Hello, hello, sziasztok! Sirius vagyok, és ez pedig nem más, mint az év utolsó streamje, amiben nyilvánvalóan mi más csinálnánk, mint Minecraftozni fogunk egyébként. Közben amúgy javítottam a, javítottam a stream címét. Végre elérkeztünk oda, hogy, hogy elkezdődjön a karácsonyi, illetve az ünnepekre így az én szünetem is. Nagyon-nagyon vártam már, akkor meghalunk. Hát a tavaly... Ugyan, tehát tavaly az utolsó streamben meghaltunk. Idén uh, nem megyünk le a nedörbe. Mit szóltok? Uh, <laughs> vagy nem tudom, valamit, valamit kitalálunk arra, hogy idén ne halljunk meg. Uh, Képzeljétek el, gondolom mondanom, se, hogy a mai nap folyamán pontosan úgy teltek a dolgok, mint ahogy az egész évben, a uh, közelében sem voltak annak, amit terveztem, de hát <laughs> kinek ki akarná azt, hogy dolgok a közelében legyenek annak, amit, uh, amit uh, tervezett eleinte? Uh, két órával ezelőtt akartam fellőni ezt a streamet. Két, két órával ezelőtt előtt akartam fellőni ezt a streamet, de öm, őszintén szólva, ha nem történik semmi váratlan, akkor sem sikerült volna akkor. Tehát, hogy, hogy olyan mennyiségű tennivalót találtam ki maga mai napra, vagy halasztottam a mai napra, hogy egyszerűen ez matematikailag nem jön ki. Illetve nem tudom, hogy tudtátok-e, mert én nem tudtam. De mindenki karácsony előtt akar venni lottót. Mindenki karácsony előtt akar venni lottót. Vagy legalábbis az az idős bácsi, aki a teljes előző heti lottó nyereményét el akarja költeni az eheti dolgaira. És, és guess what? Ő ki akarja maxolni. Tehát ez a bácsi, ez igazából maga a Min max király. Tehát ott állt a pultos nénivel, hogy a... Uh, Azt a baj, elmondani se tudom, miket mondott, de hogy hát, hogy egy ilyen ötö, ötös lottó az, az belefér még, és a mögötte álló bácsi, ő meg tolta I neki, hogy ő meg fejből tudja, értitek, az összes nyomajás lottónak az árát, ő meg így tolta neki, hogy igen, az még belefér, és még maradni is fog egy kis pénz, és jó, és akkor abból a, abból a maradék pénzből mit tudok csinálni, és így állt a bácsi, próbálta ezeket kisakkozni, álltam mögötte, a, többen kérdeztétek, hogy lottózom-e? Nem. Nem, én nem lottózom. A, a, legközelebbi gázkártya feltöltő hely, ami stabilan a működik és nyitva van, az, az, egy lottózó. Úgyhogy én, én, én állok a kis 30 ezer forintommal, amit azért szeretnék elkölteni, hogy legyen fűtés. <laughs> És közben emberek meg szerleg lottóznak mindenfelé. Ö szóval ez egy, ilyen, ez egy ilyen fura hely. Ö közben egyébként nagyon-nagyon szépen köszönöm Konor, hogy a szabot Nifónának. Nagyon-nagyon király vagy, és ez a 134. ajándékszabod. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon király vagy. Gondal Fehér, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot. Ez a 11. hónapod. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Lili, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot. Ez a 20 hónapod. Te is nagyon-nagyon király vagy, illetve nyilvánvalóan mindenki nagyon-nagyon király. Drendragon, neked nagyon-nagyon szépen El köszönöm, két, hogy ajándékoztál és szabott Ladi 9727-nek. Nagyon-nagyon király vagy, és köszönöm szépen. Tasika, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál és szabott Szaunak. Nagyon, nagyon szépen köszönöm. Széna, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál és szabott Rumpinak. És Palidi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Ó, hogy megy egy... Megy egy scam train! Viktor dolgokról Gerinde. marad le! Uh, megy egy scam train, srácok. Nagyon -nagy szépen köszönöm abban az esetben, ha éppen van prime amit el akartok költeni egy nem csak jó képű rendkívül, tehetséges streamernél is. Akkor ez egy fantasztikus hely. Abszolút fantasztikus hely. Uh, és abszolút fantasztikus Gerinde. idő, mert kaptak érte ilyen scam trénes extrém módokat nézzétek. A, a letört. A letört karfán. Um, szóval, um, Steve Papónak is nagyon-nagyon szépen in köszönöm in a csírt. Nagyon-nagyon király vagy, Roli, neked is nagyon-nagyon <coughs> -nagy szépen köszönöm a szabot, hatodik hónapja, köszönöm szépen. Szomjas Vakond, nagyon-nagyon szépen köszönöm az igazán generös csírt. Boldog karácsonyt, Viktor, jó pihenést az év részére. Nagyon-nagyon -nagy szépen köszönöm, nagyon-nagyon király vagy, és neked is. Hogyha megadatik ez a lehetőség. Kovács Dávid, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. K Konor, itt -it vagy, it vagy a cseten? I have you covered. Újvin, nagyon-nagyon szépen köszönöm a három ajándékszabot, és gratulálok uh, Jakubeknek, meg Hunharcosnak, meg Nevernek. Nagyon-nagyon. Nagyon-nagyon király vagy, Újvin, nagyon-nagyon szépen köszönöm. És Görény tizedesnek nagyon-nagyon szépen, nagy -nagy szépen, nagy -nagy nagy -nagy szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabot. Nem, te szaboltál. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon király vagy. komrád nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabot Killer Hope-nak. Nagyon-nagyon király vagy. Izárgód. Ó, oh, tök rég láttalak már. Srácok, ha most értek itt először, followjátok a csatornát. Ne az idei év miatt, a jövő év miatt. A de nagyon -nagy szépen köszönöm. Az év utolsó promóciót és lehetőségét nem hagyom ki. nagyon szépen köszönöm. Kristóf, neked nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Boldog karácsonyt és új évet előre is nektek, nagyon szépen köszönöm, és nyilvánvalóan nektek is, illetve nyilvánvalóan mindenkinek, és Somónak de nagyon szépen there, köszönöm a donation kellemes up. ünnepeket neked is, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és igazából el is értük a level négyet, és már a level 5 irányába dolgoztuk magunkat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, nagyon-nagyon sokat. Konort azért kerestem, mert van egy sztori, amiben ő is érintett, és gondolkoztam rajta, hogy elmesélhetem, -e, de az ő ő engedély nélkül nem, de nagyon vicces. Szerintem nagyon vicces. Oké, okay, nem biztos, hogy mindenki szerint nagyon vicces lesz, de szerintem nagyon, -nagyon vicces. Uh, Roli, nagyon-nagyon szépen köszönöm, a hogy elnékoztál egy szabot Ejkónak. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. És Zolika, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt költötted el nálam a Prime-ot. Nagyon-nagyon király vagy. Melyik sztori, amit most tudtál meg? Te is? Nem, nem, Tomi, nem. Az is nagyon vicces. Oké, okay, ezt elmesélem. Szóval. Uh, a másikat nem, az csak Connor engedélyével, de ez, uh, ez szerintem nagyon vicces. Szóval, képzeljétek el, hogy a hétfőn elindult a Minecraft szerver, amire már sajnos nem fogunk tudni hozzáadni senkit, aki eddig jelentkezett az előző streamben, vagy, vagy, vagy egyébként kitöltötte a jelentkezést, vagy Patreonon írt. Uh, Orlando, nagyon ér, szépen köszönöm a csírt. Uh, azok felkerültek elmetek, már a whitelistre, úgyhogy ők már tudnak játszani és elmeteg is került hozzájuk a, az IP, úgyhogy, ami nem IP, hanem valami whatever cím, tehát mindegy, úgy sincs itt Konor nem tudja ellenőrizni. Öm, ők már felkerültek, Öm, még Miklós, te még felkerülsz, ha sikerül megoldani a névissút, és a mai nap folyamán eljuttatnod Tominak, ugyanis leadtad a jelentkezésedet időben, csak technikai technikai fennakadások vannak. Öm, Szóval képzeljétek el, hogy elindítottuk hétfőn a szervert, fent van már, ó már fent is vagy, nagyon, nagyon király, fent is vagy már, most tett fel Tomi, jó van már. Szóval uh, elindult a szerver, és egy kicsit kapkodósabb lett, ó uh, oh, itt van konor. Uh, nem, hanem ezt az egész, uh, ezt az egész akciót, amiben, ami történt, azt el szabad mesélni? És el, elmesélem azt is, hogy elpazaroltunk egy nagyon finom sört. Szóval, um, elindult a szerver, de nem generálódott le a map. Viszont futó szerverem már nem lehet generálni mepet. Úgyhogy most úgy generáljuk a mepet, hogy Konor valami skriptet írt, és a karaktere, a laptopon futó Minecraft karaktere, az teleportálgat pontról pontra, és ezzel generálja ki a mepet. Szerintem zseniális. Uh, Viki, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt, nagyon-nagyon király vagy. Szeretetből, aaaah, köszönöm szépen. Szóval, a sztori, de amit elmesélek, de. és aztán stop. megyünk dolgokat építeni. Uh, Jakubek, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt, és már egyébként a level 5-nek az 59%-ánál tartunk be. Mondjuk már csak másfél perc van hát nem szóval biztos, hogy level ott lesz. Uh, de nagyon-nagyon szépen köszönöm. Uh, szóval... Discordon beszélgettük, hogy még rakunk össze egy utolsó karácsonyi bevásárlás rendelést, és Konor uh, rám írt, hogy uh, ő neki elfogyott a sörkészlete, hogy nem tudnék-e esetleg a rendelésbe bedobni pár sört. És ugye nyilvánvalóan a rendelés tekintetében volt éppen. mindegy. Izárgódné, nagyon szépen köszönöm a a csír szeremből vicc. Igen, <laughs> ja, vicc, ezt így, így tessék értelmezni. Tasika, nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál és szabott Lacinak, nagyon, nagyon király vagy. Szóval rám írt, hogy tudnék, tudnék esetleg bedobni egy pár sört a balrendelésbe extrán, ugye Konor tudja, Gerindel. hogy hol lakunk, szóval, hogy így el, 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 tud érte jönni, és ez gyakorlatilag nagyon így kontakt nélkül is át lehet adni, kinyitja a csomagtartót, berakom, és meg is tudjuk I oldani. Uh, Lili, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt, és Rolin, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabad Atinak. Nagyon király vagy, köszönöm szépen, és Kovács Dávid, neked I is nagyon szépen got köszönöm it. az ajándék szabadat buruskának, és ezzel egyébként teljesítettük is a level 5-ös hype azt hiszem nagyon királyok vagytok, nagyon nézzétek. És hát nyilván igazából miért adott egy pontos listát, én azokat beraktam, majdnem pontosan, kettő ketchup helyett egyet, de nem akarhatunk igazából mindent. És, és utána leadtuk a rendelést, jött a sör, szóval minden haladt a tervek szerint. Igazából nyilván magamnak is rendeltem az ünnepekre sört, úgyhogy csak hozzá, hozzáadtam így többet. És utána írt Konor, hogy közben kiderült, hogy hozzájuk meg jön még egy Tesco szállítás, hogy sikerült-e leadnunk minden rendelésünket, vagy kell -e még valami, mert, mert hogy ők még hozzá tudják adni. És az a helyzet, és az a, az a hatalmas helyzet, hogy a nagy kavarban, mert ez most már elég, elég kemény. Tasika, nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy Pantinak is ajándékoztál és szabott. Nagyon, -nagyon király vagy, köszönöm szépen. Ö ez egy ilyen elég kemény időszak, nem tudom, hogy ki az, aki próbál rendelni otthonra ilyen bevásárlást, hogy így dolgok tűnnek el, dolgok jönnek, dolgok, szóval értitek így, összerakjátok a listát, és aztán egyszer csak elfogynak a, a kacsamellek, meg elfogynak a kacsacombok, meg ilyenek. És akkor ugye ilyenkor így próbál az ember, hát ha van más kacsamell, meg kacsacomb, meg ilyenek, és elfogyott az a tej, amit inni szoktunk. Um vagy amit venni szoktunk, és ebből adódóan nyilván inni szoktuk, de egyébként nem a tej maga miatt veszük azt, hanem a doboza miatt, mert így könnyű önteni, de mindegy. Szóval, hogy elfogyott a tej, és így belekattintottam, hogy akkor kiválasztok egy másik tejet, de aztán nem választottam ki, úgyhogy, úgyhogy ez így egyszerűen csak törlődött a listáról. Úgy működik a, a, a az app, amin keresztül vásárolunk, ennek a helynek az apja, hogy, hogy, törlődik, hogyha nem választasz ki. Másikat helyettel nem csak visszalépsz. Úgyhogy elfelejtettünk tejet rendelni, úgyhogy szép, itt, ahogy Konor így megkérdezték, kell-e hozni valamit, én jártam, hogy. Ha tudnátok egy pár plusz liter tejet. Úgyhogy konkrétan ma Konor elkocsikázott hozzánk. <laughs> én beraktam a, a csomagtartójába a rendelt söröket, és kivettem a csomagtartójából a rendelt tejek tejeket, és ilyen gyakorlatilag ilyen community bevásárlással változtattuk. Azon gondolkozom, hogyha nem tudom, tudjátok, ilyen valamilyen, ez nagyon sédi, nagyon szuper, tehát, hogy ha valamilyen ilyen titkos ügynökök, így tudjátok, így figyelnének minket így az utca másik oldaláról, vagy így valahonnan, és így végignézik, hogy berakok egy zacskót, és kiveszek egy zacskót tejet. Úgyhogy... Úgyhogy azt hiszem, ez egy teljesen... Mondom, mindenki hogy él vissza az ismertségével. Én ilyen dolgokat csinálok, meg, meg ugye emberek papír kukájába pakolok papír szemetet. Mi volt a teljes dobozban? A tej. Egyébként. Három, három liter, másfél százalékos tej. Na jó van, a közben, mai streamre uh, visszatérve, ó és az elpozarolt sör, hát ja az, az egy szomorú sztori, szóval, hogy you az elfogyott, az a barna sör, amit magamnak akartam, az most barna, egyébként fekete, uh, guinness akartam rendelni magamnak karácsonyra, az teljesen elfogyott, mert valaki bevásárolta tegnap este, ha megtudom, hogy ki volt, na mindegy, szóval az teljesen elfogyott, és Konor listán is szerepelt egy barna sör, amit én személy szerint nem ismerek, viszont van már mellette egy ajánlás, úgyhogy csak felkattintottam a számot magasabbra, és ez egy olyan, hogy ez egy fél literes üveg, és a tetején ilyen, tudjátok, az a fém rendszeres ilyen kupak van, amit így, így ki kell pattintani, és akkor így kinyílik az üveg kupakja, és akkor így vissza is lehet vele zárni. Te voltál Guinness Hunter, bont neki! Ne, nyilván viccelek, ezért, ezért nem kell. Kapcsos üveg? Oh, lehet, hogy ez a neve, csak én nem vagyok ennyire jártas a dolgokban. BGK Betyár, nagyon-nagyon szépen köszönöm. A Szabot, nagyon-nagyon király vagy tizedik hónapja, köszönöm szépen. Kapcsos üveg? Igen, vagy I csatos üveg, vagy it. valami ilyesmi. Oh, Jihunter, nagyon-nagyon szépen köszönöm a rédet. Mindjárt elkezdünk játszani, srácok, minecraftozni fogunk. Guess what? De mielőtt ezt megtesszük, még befejezem a sztorit, hogy hogyan pazaroltunk ma egy sört. És az van, hogy... Kipakoltam a bevásárlásból, ez egy házhoz rendelt bevásárlás, kipakoltam a bevásárlásból a söröket, amik hozzám kerülnek, meg kipakoltam a söröket, amik a community egyik tagjához kerülnek. Mindegy, ez is egy hosszú sztori az újonnan érkezőknek. És ezt lepakoltam a be, a, 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 az előszoba közepére. Nekünk nagyon nagy az előszobánk, az összes szobánk nagyon nagy, csak kevés van belőlük. Szóval nagyon nagy az előszobánk. És asszonypajtás Pajtás megpróbált átjutni az előszoba egyik feléről a másikra, Meglátta a sört. Odáig eljutott, hogy fel kell emelnie magasabbra a lábát, nyilván, hogy átlépi a sört. Viszont az van, hogy ő neki nem. Mindig megy annyira jó ez a mozgás koordináció dolog. Szóval, hogy néha, néha vannak kik, vannak ilyen problémák. Tehát erre talán a legjobb sztori, amit évekkel ezelőtt meséltem nektek streamben, hogy hogy nem tudom, emlékeztek -e, amikor a fejére csapta a konyha szekrény ajtót véletlenül, jön, mert nem sikerült hamarabb kihúzni a fejét, mint bezárni az ajtót. Szóval az a lényeg, hogy nem sikerült átlépni a sört, felrúgta, gyönyörű szépen elrepült, és ripityára tört egy fél literes sör a... az előszoba közepén. <laughs> és, és az üveget is nagyon, tehát hogy nagyon stabilan, nagyon-nagyon stabilan, nagyon, -nagyon ripityára, tehát ilyen icipici üveg és hát nyilván van, ez egy barna sör volt, ami nyilván elég erős a színe is, úgyhogy egy ideig vakartuk a csempét, hogy, hogy az úgy... és ez legább konoré volt? Uh, hát nyilván nem, mert mint hogy ért, olyan, olyan, volt neki is, meg nekem is, és akkor lehúztam az én listámból, aztán ennyi. A uh, asszonypajtás rendben van. Asszonypajtás abszolút rendben van, hála az égnek most. Uh, abszolút, abszolút, rendben van. Nem mindig van ennyire rendben, amikor a saját mozgás koordinációs is súlyval küzd. Uh, néha, néha okoznak nagyobb galibát, de most abszolút rendben van. Szóval, mai stream programja! Most, hogy már streamerek nem tudom mióta, volt már egy ötös hype trénünk, kaptam egy majdnem 400 fős rédet. Akár beszélhetnénk arról is, hogy mit csinálunk ma? A mai nap folyamán, a, ó egy így a, a mai nap folyamán a, a Minecraft résznek a témája az az a creeper farm befejezése lesz, tehát hogy konkrétan ma befejezzük a creeper farmot. Ez még mindig egy hardcore let's play, szóval esélyünk lenne rá, hogy meghalljunk és törlődjön az egész map, mint ahogy tavaly ugye karácsony előtt az utolsó streamben megtörtént a tavalyi legsikeresebb hardcore sorozatunkkal, de titelezzük fel, hogy, hogy nem, meg most van Totem of Undying-unk, és tavaly is volt Totem of Undying-unk, de tavaly nem adott még Fire Resistance a Totem of Undying. idén meg már ad! Szóval, uh, szóval szerintem van esélyünk túlélni, nem is ez a lényeg, úgyhogy befejezzük a Creeper farmot, ez szerintem nem lesz nagyon-nagyon hosszú idő, de nem is lesz a mai stream sem nagyon, -nagyon hosszú. Öm, befejezzük, és utána lesz egy Just chatting rész, amiben meg átbeszélgetjük azt, hogy mik a tervek jövőre, mi fog változni, amit árátok előre nyilván. Ez szintén nem lesz nagyon nagyon hosszú, utána pedig valószínűleg lelövöm a streamet, felvágom a lábamat a kanapén, és lehet, hogy ki is nyitok egy sört. De ez mondjuk már nektek nem feltétlenül annyira. Értitek, releváns. Szóval, Minecraft. De a kommenteset <laughs> Yes, no. Uh, MC befejezés 20 perc alatt. Szerintem azért a 20 percnél egy kicsit tovább, mert mint hogy egy kicsit több van hátra. Ugye, uh, Creeper farm. Alapvetően uh, most beírtam a címbe, úgyhogy ha valaki megkérdezi, hogy mit, épít, épít, mit építek, annak így nem tudom, azonnal ráléphetünk az arcára. Uh, tassika, nagyon-nagyon szépen köszönöm a donation nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Szia Viktor, itt szeretnénk neked is azt nagyon boldog karácsonyt és új évet kivenni, valamint emlékeztetnélek, jaj, ne. hogy a torony szélén állsz, még ha jól tudom, mentem már, uh, valamint boldog néznapot minden vikinek, így van, boldog néznapot minden vikinek. Uh, egy picit az emlékeztetnélek résznél megijedtem, hogy elfelejtettem valamit. Ö, nagyon intenzív lett így az év vége. Ajajajajaj ajaj, ajaj, úgy írt egy, belebeszélnéket. Uh, hát, ha már így itt vagyunk, és MC lesz, úgy gondoltam felhasználom, az egyik belebeszélhetnék, mert egyébként rengeteg van neki, szóval ne adjatok neki többet. Még uh, mégpedig egy hihetetlen valós infót tudtam meg. Hero Bryant uh, leküldték a nedőrbe egy titkos sárkányfejért, amit ha elveszed tőle és felrakod a fejedre, nem támadnak meg az Endermenek, és az esküvődön is tudsz spanolni vasvillát, amit uh, AFK vasfarma fel tud használni, uh, fel tudsz használni a karaktered. Jenőkraft, nagyon szépen köszönöm a, a, a csírt. Nagyon, nagyon király vagy. Vigyázz, Viktor, látják a hangbeállításokat. Um, uh, a, a hang... <laughs> Profile stream copy copy. Jó, értitek? Nem, nem, nem lehet mindennek értelmes neve. Oké, okay, szóval Creeper Farm. Hogy működik a Creeper Farm? Először is, ott a bázisunk. Ott az épülőbázisunk. Jó, nézzük meg egy másik szögből nyilván. Most szerintetek igen, repülök. Hála az égnek. Szóval, ez itt az eredeti bázisunk. Abban a lyukban lakunk, abban a lyukban termelődik a bambusz. Helyett, helyett a bambusz, igen, mert a cukornád meg ott. Ott termelődik a vas, a világ összese is. Azokat méheknek építettem, de azóta sem si csináltam velük semmit. És ezen a részen ott termeljük a falusiakat, ott használjuk fel a falusiakat. Ez, ez lesz itt majd a bázis. Tehát, hogy az volt a taktikám erre a hardcore sorozatra, ami egyébként szerintem egy teljesen, teljesen értető taktika, és az egyetlen valit taktika, hogy először is megtettünk mindent, hogy a lehető legbiztosabb legyen a túlélésünk, bármi is történik velünk. Um, ez konkrétan úgy sikerült megoldanunk, hogy oké, okay, még nem tettünk meg minden mindent, de hogy majdnem mindent megtettünk. Um, szóval... A, az van, hogy összeraktunk először is egy tök jó felszerelést, tehát hogy netherite felszerelés, ez jelenleg ugye a Minecraftban a legerősebb, ez gyakorlatilag a gyément felszerelés, felpimpeltük a netherben található nagyon ritka valami, valamivel. És, és most már nagyon jó, és nem is tudnak lögdösni csak akkor, ha akarnak, mert egyébként ennek erre mégis tudnak néha lögdösni. És aztán kezdtük el építeni a bázist. Öhm, tehát, hogy nem először építettünk bázist, hanem akkor már, amikor értitek, van esélyünk túlélni. Azonban a túlélésnek nem ez a legfontosabb része. A, az, hogy van egy jó páncélunk, az tök jó, de ettől függetlenül nyakam törném az első adandó alkalommal. Vagy legalábbis korábbi hardcore dolgokban már csináltam ezt. A másik legfontosabb dolog így a túléléssel kapcsolatban, és most nyilvánvalóan elsősorban Jántertől um, érkezett, nem tudom, hogy minecraft van mennyire jártas nézőknek, mondom, hogy um, a lakótársunk, um, hogy csináltunk egy farmot, amivel Totem a undying-okat tudunk farmolni. Ez nem a bázis területén van, ez nagyon messze van a lehet jut, most nem fogok elmenni, de van egy farmunk, ami konkrétan arra való, hogy a Totem of undying-okat arányaiban, nagy mennyiségben tudjuk beszerezni. Ugye ez az a kis cucca Minecraftba, ami nem régen került be egyébként a játékba, és, hogy ment, hogy pár éve már, de hogy Értitek? 2009-hez képest nem régen. Um, és uh, abban az esetben, ha meghalna a játékos, akkor nem meghal a játékos, hanem eltör, eltörik a totem. Tehát mit tudom, én, ha leesek magasra, nem meghalok, hanem eltörik a totem, és aztán nyilván az ott végleges kivétel, ha nincs, nem totem. Mert ha nincs a kezemben a totem, akkor meghalok ugyanúgy. De, de, mindegy, ez egy technikai dolog. Úgyhogy ebből van elég sok, úgyhogy emiatt, emiatt vagyok viszonylag nyugodt. Ő pedig egyébként az a szobor, amit annak emlékére építettem, hogy legyőztük a sárkányt. A cseten nem feltétlenül ért mindenki a biológiához. Vannak, akik megpróbálnak azzal a kapcsolatban igen, dolgokat magyarázni, hogy ez nem egy sárkány, hanem egy csirke. Én nem vagyok benne biztos, hogy ők láttak-e már valaha egy 1, 2, 3, 4, 5 méter magas csirkét, de mindegy, nem az én hibám azt hogy ők nem... Mindegy, nem az én hibám, hogy ők nehézségekkel küzdenek az élet különböző pontjain. Öm, a lényeg az, hogy az ott egy sárkány. Sárkány feje is van, és az ott egy, az ott egy sárkány szobor. Öm, annak ellenére, hogy mondom, nem egységes feltétlenül ezzel kapcsolatban az állásban. Azt hiszem, miért még mindig kézzel? Azt én... Azt én magam sem tudnám megmagyarázni. Az ég egyet a világot. olyan automatikus farmokat építhetnénk már erre, aztán mégis kézzel túrom. Mióta tátog a csirke? A... Hát majdnem azóta, hogy nem csirke, sárkány! 5 méter magas sárkányt se láttam még ez a helyzet, hogy egyébként ez azért mondjuk egész jó. Mert mint hogy őszinte leszek, erre nem feltétlenül készültem fel. De közben pedig való igaz. Hogy valószínűleg sárkányt se láttatok. Well, ja, igen. Hát, igen. Oké. Okay. Jó, erre nem tudok, mint mondani, ez igaz. Um, szóval ennyi, ez ott automatikusan letöri magát, nagyjából ennyi. Szummeztem a bázisomat. Uh, és akkor most Anonymousnak nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékozott egy szabott uh, Nandori Márknak. Nandori Márknak. Uh, nagyon szépen köszönöm, és használ egészsége az elképesztően király És akkor most átnézzük azt is, hogy hogy működik maga a Halli Viktor, az elmúlt időben csináltam néhány, három jó és kevésbé jó fanártot a D&D karakteredhez és nagyon szívesen megosztanám veled őket. Hogy tudnám ezt számomra legkényelmesebb módon megoldani? Már ha érdekel, abszolút érdekel. A nem tudom használni e twittert, ha használsz twittert, akkor twitterjed rám, mint az igazi hipsterek. Abban az esetben, ha nem használsz twittert, akkor van egy gergelyviktorkukasgmail.com e-mail címem is. Csak ö, ezt nem használom annyira lelkesen. Ja, ha nem, akkor kezd használni. Igen, szóval az e-mail címem az neccesebb. Nyilván azért, mert... Szóval az e-mail címemen keresztül általában emberek dolgokat akarnak tőlem, és emiatt nem nézem. Mert hogy tudom, tudom, hogy ez nem feltétlenül egy felnőtt ember reakciója, ezt most engedjük el, nem itt, a, nem itt az utolsó streamben kell összeverekednünk, de az a lényeg, hogy nem. Igen, ott emberek akarnak tőlem dolgokat, úgyhogy viszonylag ritkán nézem. Um. És. Oké, okay, ez. Ja, igen, ez a. ez a bázisunk korjába elhelyezett lift. Ez egy ez egy lift. Lefele nem használjuk, de egyébként működne lefele is. Tehát ha véletlenül fent vagyunk száj nélkül, akkor nem kell pánikba esni, működik lefele is. Át lehet állítani, és akkor lefele visz. A Discordot sem nézed, ha ott küldi el? Discordot nézem, a, a, az, az egy... Tehát a, a privát üzeneteket nem. A Discordon a szerverünket nézem, a privát üzeneteket nem. Oké, okay, szóval. Arra jutottam, hogy kell rengeteg creeper illetve igazából nulla darab creeper kell, rengeteg gunpowder kell. A gunpowder azt pedig... Uh... Szóval az van, hogy én alapvetően nem szeretem ezt a videójátékot úgy játszani, hogy én csinálok dolgokat. Sokkal jobban szeretem úgy játszani a videójátékot, hogy a videójáték csinál dolgokat. És... Uh... És ez lesz itt ez. Elméletileg annyira magasan vagyunk, hogy már a... a talajon... Lévő szörnyek, azok már. Tehát a talajon már nem spanolnak szörnyek, mert ugye van egy adott távolság, a, ahonnan már nem spanolnak szörnyek. De ez az a távolság, ami azt jelenti, hogy a környéken, leszámítva azt ott, a környéken ez az egyetlen olyan terület, azt már ki kell világítanunk, ahol tudnak spanolni szörnyek. Ö, bármilyen szörny. Uh, jó jóisten. Az az útvonal, az ebben a mentésben van. Gád majd le kell onnan vernünk. Na mindegy. Szóval, hogy uh, elméletileg ez az egyetlen egy terület lesz, amikor kész lesz a farm, ahol tudnak majd spanolni szörnyek. Ami azt jelenti nyilvánvalóan, hogy nagyon sok szörny fog tudni majd spanolni. És um, ezen kívül pedig itt a különböző területeken egy kicsit uh, átalakítgatjuk azt, hogy uh, hogyan... Uh, hmm, hogy kik tudnak ide spanolni. Ugye a Minecraftban nagyon szigorú szabályok vannak arra, hogy milyen szörny hova tud spanolni. Tehát ha például nincs három blokk magas hely, akkor Enderman nem tudod a spanolni. E, nyilván valamit itt nincs, mert kettő blokk magas a hely, viszont van egy kis trükk, hogy abban az esetben, ha nincs kettő teljes blokk, mert ugye kettő teljes blokk esetén tudnának még ide spanolni csontvázak, tudnának spanolni zombik, ha nem lennének az üvegoszlopok, tudnának spanolni pókok, amik mind nagyon izgalmasnak hangoznak, csak nem érdekelnek, mert mi most creepereket szeretnénk, viszont ha leszpanolnak, akkor elviszik a helyet a creeperektől, mert ugye egyszerre csak adott mennyiségű szörnyt tudsz panolni. Szóval, öm, ahogy építjük majd ezeket a platformokat, mindegyik közepén víz fogja kimosni a szörnyeket, aztán a víz összegyűjti a szörnyeket, középen meg, megsütjük őket, teljesen mindegy, ott meghalnak, Viszont a platformokat elkezdtük átalakítani, ez nem saját design egyébként, ezt itt fontos megjegyezni, hogy ne tudjon semmi más spanolni, de csak creeper. Ami azt jelenti, hogy végig fogunk rakni ilyen trapdórokat. A trapdórok azok ilyen lapos ajtók gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy azok elvesznek egy pár pixelt a magasságból, ugyanis a creepernek elég kisebb hely, mint a zombiknak, vagy a csontvázaknak. A zombiknak, csontvázaknak kell a teljes kettő blokk magasság, de a creepereknek nem kell a teljes kettő blokk magasság. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy ezt megcsináljuk majd, onnantól kezdve már csak creeperek, és... Uh, pókok tudnának spanolni. az üvegoszlopok, azok meg azért vannak itt, hogy meg ezek az üveglapok, üvegblokkok, amiken ugye nem tudnak spanolni uh, a, az a semmik egyébként, a, azok azért vannak itt, hogy euh, ne legyen sehol háromszor háromszor egy blokknyi hely. Mert háromszor háromszor egy blokknyi helyen tudnának spanolni pókok. Így viszont nem tudnak spanolni pókok. Látjátok? Nincs háromszor három, háromszor kettő. Oda nem fér be. Háromszor kettő, háromszor kettő, háromszor kettő, tehát, hogy soha, sehol sincsen háromszor, háromszor egy blokknyi hely, hogy egy pókok sem fognak tudni bespanolni, és ha minden igaz, akkor ebből adódóan csak nagyon-nagyon sok creeperünk lesz. És uh, ennyit csinál ez a kócerály. Van egy pár emelete, mindegyik emeleten spanolnak, aztán mindegyiket lemossuk, és aztán mindegyiket agyonverjük a retekbe egy furkos bottal. És aztán elvesszük a gunpowder -t. Nagyjából ennyi. Egyébként a terv. Most nem tudom pontosan hány emeletnél tartunk, de tíz emeletet szeretnék megvalósítani. a oh, oh. Oké, okay, ez? Hála az egnek. Mindegy, az arcom tompította az esést. Macska és ez nem macskás. Ez nem macskás. Ez csak simen vizes. Van macskás rendszer is egyébként. Oké, okay, szóval 1, 2, 3, 4, 5, 6 emeletnél tartunk, ami azt jelenti, hogy felhúzunk rá még négy emeletet, meg egy tetőt, meg egy ö, ö, meg egy elektronikát, ami működheti, meg feltöltjük vízzel, meg feltöltjük az összeset trapdoorra. Holy guacamole, ez nem lesz nagyon gyors. Oké. Okay. Uh, viszont ha nem dolgozunk rajta, akkor meg soha nem fogunk végezni. Szóval... Igazából számomra mindegy. Um, sütöttünk követ? Sütöttünk követ? Ennél több körre lesz szükségünk. Az teljesen biztos, hogy ennél több körre lesz szükségünk. Viszont üvegből nem kell feltétlenül több. Az is egy egész jó hír. Van ugye még... 7 darab dispenserünk, 7 darab dispenser, ez elegendő lesz. Um, hallottad a hírt, ami szerint az angol ember 2000 napja minecraft Ó, oh, nem az angol, hanem egy angol ember. mert hogy 2000 napot élsz túl hardcore -ban láttam a hírt, egyébként nem olvastam el. Szóval uh, én úgy értelmeztem, hogy 2000 ingém napot élt meg hardcore-ban. De lehet, hogy rosszul értelmeztem. Javítsatok ki jö a tévedek, mert abszolút lehet, hogy abszolút lehet, hogy rosszul értelmeztem. Hogy őszinte legyek, uh, mondanám, hogy az van a hardcore hogy hogyha elérsz egy bizonyos szintet, akkor onnantól kezdve már nehéz meghalni, és akkor onnantól kezdve az, hogy 2000, 2000 napot élt meg, uh, vagy, vagy 3000-et, az attól függ, hogy mennyi idő telt el. Öm, mert mit értitek, hogy értek, értek, hogy mire gondolok. Tehát, hogy nem feltétlenül lesz sokkal jobb játékos egy bizonyos szint után. Egyébként ez nem teljesen igaz, mondom, mert figyelni kell, akkor is, ha már van mondjuk Totem of Öm, de, így is van. Tehát akkor 2000 napot élt meg in -game. Az egyébként azért elég jó. Én nem tudom, hogy ezen a mapen hol tartunk. Uh, hol tartunk ezen a mapen? Uh, Options helyett. Statisztika. Ó, négy alkalommal harangoztam. Az teljesen biztos, hogy ez nagyon hasznos adat. Hol írja ezt vajon? Valahol írja, hogy hány napon van az utolsó halálom óta. Distance, distance, damage. Öööö... Uh, F3 kiírja? De itt is kiírja. Ööööööö... Uh, time since last death. 4 és... Uh, majdnem 5 nap. De Ez nem... Minecraft nap. Hanem ez IRL nap. Tehát az 4... Az majdnem 5 24 óra. Uuuhhh... Uh, Ú! Az elég sok idő! Holy vakamóli, ez azért elég sok idő. És az a leesésed óta van. Számít a leesésem is? Nem, mert ebben a mentésben, várjátok, ebben a mentésben haltam már meg. Igen, ebben a mentésben haltam már meg, csak ugye totam a fandaim miatt nem haltam meg. Jó, akkor nézzük meg az F3-nál mit ír. <Szik> De 496 nap. Ez a 2000 nap, ez nem annyira. Tűnik soknak. Az ott biztos, hogy ingém nap, és nem pedig valós nap? Igen, mert hogy. Hogy lett ebből a hír? A 2000 ingém nap az egyeted nem olyan nagyon, -nagyon sok. Nekem van most a negyede, és gyakorlatilag ez nem egy nagyon értitek kimagasló hardcore sorozat. Mert hogy én személy szerint nagyon büszke vagyok rá, nem erről van szó, csak hogy alapvetően nem egy teljesíthetetlen. Valós lehet, tíz év már érdekesebb. A kérdés inkább az az, hogy van-e egyáltalán annyi ideje euh, hardcore a Minecraftban. Valaki megnézni nekem ezt a hírt, hogy egyetem miről szól? Mert hogy nehéz, nehéz az értelmezése így. 2K IRL nap az körülbelül öt és fél év. Tehát akkor 2000 nap játék ideje van egy meppen mapen a mentésben? Mert az például elég durva hír lenne. Ah, tudtam, hogy le kellett volna kattintanom azt a hírt. Annyira láttam magam előtt egyébként, hogy valaki rá fog kérdezni, és hogy így Ó, oh, ezt a hírt azért kéne elolvasnom, hogy tudjak válaszolni, hogyha valaki, 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 így, mond róla valamit. Igen, mert ha viszont van öt évnyi játék ideje egyetlen egy Minecraft mapon, azt mondjuk azért elég durva. I have you covered. Kiraktam Twitter és betegeltelek. Elég kezdő vagyok a dologban, de uh, mindent megtettem. És boldog ünnepeket és köszi a minőségi tartalmat. Mindig feldobom a napot. Tökre örülök, hogy tetszik, amit, uh, amit csinálok. És, uh, és meg fogom találni, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Uh, Led Lightning School negyené, ne, szépen köszönöm a szabot, ne, ne király vagy, köszi szépen. 5 évet egy Minecraft mapen eltölteni. Holy, nekem mennyi volt eddig a... Mert hogy 5 év szintiszta játékidőt. Azért az mondjuk elég para. Stay out of my territory. Uh, Youtube Looker, uh, The Notable has been documenting his run of... Uh, 2000 ingame days on uh, hardcore Minecraft szerver. Jó, az nem. ingame days. Az nem sok. Tehát, hogy az, az, nem, az nem nagyon sok. Oké, nyilván a hardcore egyébként alapvetően nyilván nehéz. Let's Play mepen uh, volt 40 valós nap playtime od Igen. Nekem uh, a, a legtöbb eddig egy mepen, az a, az a Let's Play volt. Feltételezvaj, hogy nem számoljuk a régi Restone mapemet, és azért lenne jó nem számolni a régi Restone web mert nem emlékszem, vagy mert, mert nem tudjuk, tehát arról nincsen statisztikánk a régi Reston mapem van, azt nem tudom, de hogy a, a, Let's Play mapen ott konkrétan 40 napnyi szint tiszta játékidőm volt nekem. Tehát, hogy az, 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 nekem, az nekem volt annyi. Szóval az azért... Ja, az azért elég szik. Uh, hogy kell ezt a részt megcsinálnunk? Várjatok. Ide jövünk, ide jövünk. Nem. Először fönt kell, és aztán lent. Szia Zoli! Azon gondolkozom, hogy mi mennyire közel lakunk egyébként egymáshoz, azt mégsem találkozunk soha. Mert hogy így mit tudom én, véletlenül a boltban, vagy ilyesmi. Jó, nyilván tudom, hogy a 17. körlet nagy. De hogy így, így, ez eszembe jutott. A farm saját tervez... Nem, 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 nem. Mert Covid van. Jó, de érted, Covid előtt is laktunk majd. Nem saját tervezésű egyébként. De itt az a lényeg, hogy napokra bontva dokumentálja, és kommentál egyesével minden napot, hogy mit I csinál és mi történt vele. Ő volt az első, vagy egy az első között, akik uh, minőségi kisfilmet gyártattak, ilyesmi tartott. Oh, Ó, tehát, hogy itt inkább a ját... Tehát inkább a tartalom rendszere az, ami... Ami a kérdéses. Oké, okay, jó, oké, okay, akkor értem. Boltban, nem is jársz boltba? Ez egyébként... Igaz. Ezzel egyébként nem feltétlenül tudok vitatkozni. Uh, oké, okay, a boltban ne találkozzunk, mert a tényleg nem járok. Bár egyébként voltam most pékségben. Uh, Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékszabot, ami Stay Alone-nak nagyon, nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Jó, hát nem mindig értitek. Ah! Pont itt terveztem. Oké, okay, szóval egyet kihagyunk, oszlop, kettő, oszlop, oké. Okay. Szóval, szóval ja, a boltban nem nagyon járok mostanában. Egy jó ideje, nem járok. És az a helyzet, hogy nem feltétlenül hiányzik az életérzés. Tehát, hogyha így, ha már így erről beszélünk, akkor a bolt mint olyan, az a nem, nem feltétlenül hiányzik kimagaslóan. Kolyfrind, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot! Nagyon-nagyon király vagy, 22 ö, hónap. patrón a szerverem volt, 101 nap a playtime-om. Erre nagyon büszke vagyok. Hát, azt te is hiszem. 101 nap a playtime. Húlig vakamóli. 101 nap. I have you Az azért elég durva. Anonymous nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eldékoztál egy szabad veldursnak. Nagy-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Wow. <laughs> Az az aztán a nem mindegy. Aztán nem emlékszem egyébként, hogy ezt azt ott nagyon megtoltad. Tehát azt ott, nagyon, nagyon megtoltad. Oké, okay, megvan minden üvegoszlopunk? Kettő, 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 kettő. Megvan minden üvegoszlopunk. Oké, okay, ez volt a hetedik emelet talán? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. kellnek fákják. kellnek fákják, hoznom kell fáklyákat. Kérek egy gojót Igen. Nagyon szerettem a tiramiszut. Ha már volt, ma négy üzletben voltam, mire ö, sikerült venni egy fej lila káposztát. Mondanom se kell, hogy nem nagy boltban találtam. Wow. Ö, ja, az a helyzet egyébként, hogy ö, most így azért karácsony, karácsony előtt... A, bocs, aludj. Aludj nyugodtan, szori. Most így karácsony élet, azért bizonyos dolgok beszerzése az nem annyira egyszerű. Mármint, hogy én nekem így az online vásárlásban tudom, hogy nem annyira egyszerű. van egy szénfarm? Öö, van. Lehet, lehet építeni szénfarmot. Több különböző megközelítést is tudok elképzelni. Öö, amiből lehet szenet csinálni. Az egyik az ugye nyilván egy szuper komplex ilyen eszkalálódó, fából, fából faszan egy gyártó cucc, de hogy a leges, leges, legegyszerűbb, ami még hasznos is, az, az nyilvánvalóan a... Az nem kell... A legesleges, leges, legegyszerűbb, -leges ami egyébként még hasznos is, az a... Wither Skeleton Farm. Ha írták már, bocsánat, holnap érkezik a Tarkovhoz a 12.9 és Vipe hivatalos, mert mint holnap vipolják a Tarkovot. Tet hát, holnap, hol, tehát így kalapkabát karácsony előtti, tehát hogy karácsony, holnap fogják és le is tarolják az egészet. Nem akartak hagyni egy kis időt, hogy eljátsszuk a pénzünket, vagy valami? Mármint én aztán a világért sem akarok panaszkodni, de hogy legalább értitek. Most nem. Oké. Okay. Köszi szépen az infót, nem írta még senki. Úgyhogy úgy, én nem tudtam róla. Ennyit a gírégetésre. Ja, egyébként igen. Na szóval, um, Wither Skeleton farm. Mert abból lesz koponyád is, meg lesz rengeteg szened. Nem, az, oké, okay, nem rengeteg szened, de sok szened. Nincs privály event. a verseny volt az. Ja, egy utólag valamire egy. A, emlékeztek a, arra a versenyre, ami három éve, nem tudom mikor volt? Na, az volt a privály event. <laughs> Mindegy, nyilván, ez nyilván nem ugyanilyen, de hogy nem kimagaslóan elegáns. Wither Skeleton azért az elég combos úgy, mert mint úgy érted, hogy veszélyes, mert ha jól megépíted a farmot, akkor soha többet nem kell rajta aggódnod. Csak egy hát nyilván a, a, a kell farmot építeni, ami meg önmagában nem egy feltétlenül annyira egyszerű fit. De hét kösz kell a kappához. Hát Pepének meg öt. Én meg meg se számolom, hogy hány kösz kell a kappához mert még a végén kiderül, hogy kevés. De én egyébként nem akartam, ebben a vibe nem akartam már elérni a kappát. Pepe viszont valószínűleg igen. Nem úgy értem, hanem, hogy valami 150-es környezetben le kell szőnyegezni mindent. I yes. <laughs> nem, nem, nem feltétlenül egy egyszerű farm design de hogy én ezt nem feltétlenül ez nem veszélyesnek, nagyon, de hogy tény is való, hogy nem a legegyszerűbb farm design. És Pepét most nem látjuk holnap pecsig. El tudom képzelni egyébként, hogy Pepe most rásprintál, megkapja a kappát, és amint megkapja a kapát, így azonnal vájpolják a tarkovat. Ez nagyon durva egyébként, hogy így bejelentik, hogy ö, holnap vibe, mert hogy közben nyilván beta, értitek? Tehát, hogy igazából, oké, legyünk őszinték, nyilván megtehetik. Tehát, hogy akkor vájpolnak, amikor akarnak. Csak ö... nem tudom, ez engem, ez engem meglepett. Ö... elfogytak a lőszerek, 20 millióra mennek a, a, a slick karvarok, teljesen elszállt minden. Ö... Spinyó, Zsótinak szóltál? Zsó, Zsóti, tud erről? Nem merek! Hát az attól függ egyébként. Leginkább attól, hogy tudja, hogy hollak. Uh, nem, mintha egyébként te tehetnél róla. Jaj! Hát mennyire jó ötlet volt akkor tegnap megcsinálni az év utolsó Tarkov streamjét? Ha én ezt tudom, már tegnap, nyilván nem tudhattam. de ha én ezt tudom már tegnap, hát akkor. Tomi kiemelt üzenete, ez Ajajaj, ajaj, ajaj Tomi kiemelt üzenetét. jó megyek. Megérted? Oké, okay, szóval Tomi kiemelt üzenetet. De nagyon szépen köszönöm a csírt. Tomi, olyan kérdés érkezett Csabától, Viktor, hogy tegelhet -e egy Everyone D mert megadta magát a kazánjuk, és olyan szakit keres, aki még ma este kiszáll hozzájuk. Igen, tegelhet. Tegelhet. Tegelhet egy Everyone-t. A, a, valaki tudja szedálni Dét azonnal? Dét és Timit kéne azonnal benyugtatózni. De hogy ilyen, ilyen immediately. És uh, srácok, közben itt streamen is kérdezném, hogy esetleg van-e bárkinek olyan cég, ismer -e bárki olyan céget, amilyen ilyen nagyon-nagyon gyorsan uh, tudna kazánt javítani, vagy, uh, vagy bármi ilyesmit. Szerintem Pest környéke, igen. Ó, itt van Timi, szia Timi! Igen, Budapest nem tudom pontosan hol lakik Csaba, de azt hiszem Budapest. Budapest, egyértelműen. Bocsánat. Megjött túlvi, Bocsi, kicsit off téma, de holnap vibe. Már írt a spinyó. Már vártalak újvi. Mit érzel? Mit érzel ezzel a hírrel kapcsolatban? Ha esetleg el tudnád mesélni. Szerintem biztos, hogy Budapesten van ilyen szolgáltatás. A villanyszerelésre tudom, hogy van. A kazára nem vagyok benne biztos. Tehát, hogy villanyszerelésre van ilyen 24 per 7-es villanyszerelő. Nyilván egy kisebb vagyont kér már azért, hogy kijön, de hogy... De gondolom, ilyenkor nem... 45 millát kell elégetnem még ma este. Hát az négy és fél szemüveg. Új <laughs> -e, abban tudok segíteni. Azt írja valaki, vagy uh, a írja legal, vagy le eagle, vagy leagle hogy a 1424-es telefonszám az ilyen gyors szolgálat, ilyen vízszerelés, gázszerelés, fűtésszerelés, gázkészülékszerelés. Nem tudom, hogy... Euh, hogy ők hogy működnek, vagy hogy ma este még ki tudnak menni, de egy próbát lehet, hogy megér. Nem tudom, hogy Tommy vagy valaki ezt el tudja így juttatni ezt az infót Csabának, mert ő most nyilván nem a streamet nézi, hanem éppen gondolom aggódik viszonylag érthető okokból. Írtam neki díjszint. Jó, köszi szépen! Azt hiszem ez a, ez a legjobb, amit most jelenleg... Jelenleg tudunk. Oké, okay, szóval... Uh... Well, ha esetleg gondolkoztatok azon, hogy tarkovoznátok, hát ebben a vibe már ne gondolkoztatok rajta. Azon gondolkozom, hogy ugye Zsolti, ő viszont ilyen, ő neki akart feküdni, amint, amint megtörténik a vibe. Hogy fogja ezt összeegyeztetni karácsonnyal. Illetve ha most vibe akkor hogy fog majd menni vajon? Ugye a, a, a Tarkovban szokott vibe környékén ilyen nagy felhajtás lenni abból, hogy kérj el először a... a, a kapát, ami úgy mindegy, egy konténer, ami meg kell egy halom küldetést. És... És azon gondolkozom, hogy ez vajon most így akkor emberek így rácsörögnek a családra, hogy jó, hát emlékeztek, amikor karácsonyozni akartunk? Hát, Natani Mor, nem megyünk mégsem, mert munka van. És akkor ő nekik most vajon ezt így el kell kezdeni pörgetni? Hogy így, ja nem, mi szépe, hogy nem, meg akartam látogatni a családot, de semmi baj a koronavírus miatt, ez úgysem egy jó ötlet, szóval akkor így nem. Nem, nem akartunk semmit csinálni, de mindegy, ilyenkor így, szóval, az van, hogy én ugye varieti streamelek, és viszonylag ritkán van olyan dolog, amire ez nagyon-nagyon igazodnom kell, mert mint úgy értem, hogy így mindenképpen nagyon-nagyon fontos az, hogy a startnál foglalkozzak vele, hogy a lehető leghamarabb foglalkozzak vele. Értitek? Tehát ez így viszonylag ritkán fontos bármivel kapcsolatban. Hála az égnek. De ha most mit tudom, én mondjuk főállású ilyen Tarkov streamer lennék, akkor lehet, hogy most egy picit elsírnám magam. Mert mint, hogy hogy ő neki ez ilyenkor tök nagy ilyen nézettség boost, meg az, aki most, tehát a Tarkov streamerek között most az, aki bevállalja a nagyok között, nyilván a külföldiek között elsősorban, de aki most bevállalja, hogy bedobja a karácsonyát, és, és neki fekszik a dolognak, az, az tök jól jöhet ki belőle. Mármint úgy értem, hogy ilyen gyakorlatilag ilyen nézőbázisokat lehet arra építeni. Nem tudom, hogy a Tarkovnál pont lehet-e, szerintem a Tarkovnál is lehet. Mert azért a Tarkov streameket is szokták arányaiban sokan nézni, nem? Oké, okay, értitek, nem. Nem olyan, mint mondjuk egy kod, vagy, vagy mint hogy azt is szokták. Majd alkalmatán el tudod mondani, hogy működik a lift? Persze, a lift. Szóval, hogy működik a lift? A, az egyik oldal viszi a jelet, hogyha föl -fel akarunk menni, a másik oldal viszi a jelet, ha lefele. Ez nyilvánvalóan ö, observer block. Uh, dropper, observer, és akkor ugye az observer meglövi a droppert, a dropper frissül, és van minden emeleten egy pressure plate arra, hogy uh, ha lefel akarsz menni, vagy ha fölfele. Bele kell számolni, hogy onnan föntről, mire lejut a jel, a legesleges -leges legaljáig, tehát a világ legaljáig, az ugye a világ tetejéről lejut a világ legaljára, az nagyon-nagyon hosszú idő. Uh, de lent konkrétan csak annyi történik, hogy cserélgetjük a vízoszlop alatt, hogy, uh, hogy Soul send, vagy Magma Block van. Ezt a, ezt a kettőt cserélgetjük, és annak függvényében megyünk lefele vagy felfele. A legjobb trükk, nem tudom miért hával mondtam, szóval a legjobb trükk, egyébként azért, mert pont egy bruh ott olvastam a csetről, a, a, legjobb trükk az az, hogy amikor kijössz a liftből, ha tudod, hogy lefele szeretnél majd menni következőre, akkor már automatikusan, tehát azon az oldalon jössz ki, rálépsz a pressure plate-re, tehát ha mondjuk a legtetén jössz, nézzétek, pont működik egyébként a, a bambusz farm. Üm, szóval, hogy azon az oldalon jössz ki és átállítod, egyébként időbe kerül, ameddig átáll. Tehát, hogy ez, ez sajnos így néz ki, egyszerűen a jel időbe kerül, ameddig lejut. Trükk, igen. T-H-R-U-C-H. Uh, én vacsorázok és mentem gírt égetni, én ma már nem fogok tarkovozni. az a gír bennmarad. Beyek, megnézegetem az inventáriumot, eladom még az utolsó napszokat, aztán mehetünk is. Uh... Szóval, hogy nem tökéletes a rendszer, de hogy ennyi. És akkor onnantól kezdve nyilván a víz végzi az emelést, meg a süllyesztést. Ezt, ezt a dizájnt egyébként, ezt arra csináltuk még annó, hogy uh sokkal kisebb volt az előző bázisunk körátmérője, és ezért sokkal kisebb volt a... A mozgástér. És nem akartam egymás mellé kettő vízoszlopot csinálni, mert ez meg lehetne annyiból csinálni, hogy egy vízoszlop lefele megy, és egy vízoszlop felfele megy. Viszont nagyon-nagyon megtetszett, nincsen különösebben semmi értelme amúgy, tehát hogy simán meg lehet oldani egy vízoszlop lefele, egy vízoszlop felfele rendszerrel, de mindegy. Screenshot ad le, hogy lássuk, hogy mit kell gyorsan összeszedni az első streamre. Dan? Nem. Feltétlenül tudom, mire gondolsz. Mármint, hogy őszinte leszek, nem feltétlenül. Viszont, viszont Spinyó, kérdezted tegnapi streamben, hogy nekivágok-e most azonnal, így egyértelműen tudom mondani, hogy nem. Tehát, hogy a karácsonyi időszak az, a karácsonyi időszak az nem erről fog szólni. Tegnap még nem tudtam erre teljesen pontosan választ adni, most már tudok. Hogy, hogy ja, nem, 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 nem Tarkovval fog tenni a karácsony. Jó, egy része lehet, de, de általánosságban nem. Oké, azt is ki kell majd világítanunk. Bár, ja, azt is ki kell majd világítanunk. Vagy halfstabeket raknunk rá végig. Halfstabeket kell majd végig raknunk, az valószínűleg jobb. Oké. Okay. Úgyhogy Úgyhogy, ja, azt viszont nem tudom egyébként, hogy ebben a hardcore sorozatban a Gunpowder farm után mi legyen a következő. Gondolkozom, hogy előbb vagy utóbb. Hát mondjuk most, oké, okay, közvetlenül a farm után nem jön, nem jön következő, mert közvetlen a farm után ugye építjük tovább a bázist. Tehát, hogy most akkor nem közvetlenül, de hogy mondjuk mi legyen majd a következő automatikus gyártás. Lehetne ugye a cukornádat is automatizálni. Uh, el lehetne kezdeni behúzni a... Ú, uh, a mezőgazdaságot. Lehet, hogy automatizálni kéne a mezőgazdaságot. <laughs> répa farm. Igen, valószínűleg répa farm lesz. Jó, látom, hogy ez a trükk dolog, ez nagyon, ez nagyon megmaradt nektek. Uh, igen, mondom. Szóval néha, néha felülírja azt, hogy mit mondok éppen és hogy mit kéne, tehát, hogy, és mit olvasok a csetem. Tehát, hogy amikor uh, átnézek, és mondjuk látok egy nevet, vagy ilyenek, akkor azok mint egy felül tudják írni azt, hogy, uh, azt, hogy mit mondok éppen. Ez uh, alapvetően nem tudom, hogy baj-e feltétlenül. Vagy hogy ez, én szerintem ez tök természetes totem szökőkút? Ú, az mondjuk. Ha lenne teljesen automatikus totem farmunk, azért az elég burzsúj dolog lenne, de nincs teljesen automatikus farmunk. Ö, nem, szerintem nem is lehet totemből teljesen automatikusat építeni. Olyat lehet talán, amiben mi csak passzívan vagyunk jelen. Automatizált sütő, 8 furnace, szerintem 8 furnace nem lesz elég hosszú távon, de igen. Automatizált sütő, az biztos, hogy egyik sarokban kiadtam a glaszt. Oké, és mit értünk itt saroknak? Mert minthogy hogy eb e konkrétan ebben a dizájnban, melyik a sarok? Oké, megvan. Végül is, végül is erre is gondolhattál sarok. Elmész akkor jobbra. Ó, Sziamox! Kávfarmod van már? Nincs. Nincs. De az is lehetne igazából. Na mindegy, szóval van egy pár dolog, amit így azért lehetne. Oké, hol tartunk? Mert így ne túlzottan belejövök a dologba. Szóval. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, azt gondolkozom, hogy emögé felhúzzunk még egy tizedik szintet, és arra még egy tetőt, vagy. Uh, vagy a vagy nem. Um, vagy a következő már a tető. Felhúzunk még egy emeletet a arra még a tetőt. Mi, mi az nekünk? Az másik kérdés, hogy trapdoorokat tekintve a világ összes trapdorjára lesz szükségünk. De hogy, de hogy ez igazából ez egy másik kérdés. Oké. Srácok, kinek mi a, mi a terve most karácsonyra? Hogy fog, hogy fog, tudom, hogy ez most egy ilyen hirtelen szomorú téma is lehet, mert hogy Ugye nyilván nem mindenki tudja úgy ünnepelni az ünnepeket, ahogy szeretné idén, mert hogy ugye nyilván ez nem feltétlenül egy nagyon vidám időszak, de ugye ettől függetlenül ki, hogy fogja. Munka, munka és munka. Vel, well, annyira éreztem, hogy rá fogok, bele fogok nyúlni. Sky Factory grind. Ú, uh, a Sky Factory. Sky Factory egyébként egész jó. Ki kéne próbálni a negyediket, de jobban sose fogok videósorozatot csinálni, ez teljesen kizárt. Tanulni vizsgákra. Azon gondolkozom, hogy van vajon valaki, akinek jó lesz? Anyuik a holnap ebéd, 25 délután zeni szülei, 25 tesó még jönnek ide? Közben végig Minecraft. <laughs> jó, ezt élem, ezt mondjuk élem. Dolgozunk valószínűleg a házon. Azt mondjuk jó. Oké, látok egy pihenést. Egy ember már fog pihenni. Nagyon jó, egy ember már fog pihenni. Holnap hajnalban kell főzni eddig egész délelőtt, utána megolvasom a könyveit, amivel megleptem magam. Nagyon jó. Nagyon jó. Vizsgálat tanulásra az nem. Az annyira nem. Only home, sörözni, pálinkázni. Nagyon jó. Ez is egy, ez is egy tervnek tűnik. Nálunk valószínűleg az lesz egyébként, hogy holnap ö, elkezdünk sütni, főzni. Holnap estére körülbelül. Meló és meló január 1 -ig. Mi, azok, akik dolgoznak most a karácsony alatt, hogyha nem titok, vagy nem ilyesmi, akkor nem nincs kedvetek leírni, hogy amúgy mit dolgoztok? Tehát, hogy mi az a, mi az, 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 a munka, vagy szakma, ami nem áll le a, az ünnepek alatt? Mert tudom képzelni, hogy van ilyen, ez nem ilyen kételkedés, vagy ilyesmi, csak hogy nem tudom pontosan, ugye, hogy melyik nem áll le. Ö... Az orvos például nem áll le, na az például nem áll le, a rendőr például, azt hiszem hogy az nem áll le. Oké, okay, ezeket ezeket abszolút. Elektromos autó gyár. What? Van ilyen Magyarország. Oh, lehet, hogy nem Magyarországon dolgozom. Oké, okay, oké. Okay. IoT eszközök, háttér alkalmazását, felügyelem. Sürgősségi osztály az biztos, hogy nem áll le, Laci, ja, az, az, nyilván az igen, azt vágom. Tehát az egészségügy nem áll le dolgot, azt vágom. Ja, az, az, az a rész, ez teljesen egyértelmű. Nyilván gondolom a közigazgatás, blablabla, bla, bla, ilyenek. Ma szekentes. Ja, akkor gondolom nem fér bele az, hogy, hogy az ember megálljon, mert addig átszaknak a másikhoz. Programozó vagyok egy webshopnál, ahol az év utolsó két hetében jön be a bevétel 25 a én azt hittem például egyébként, hogy az ilyenek azok komáromban vannak sinyár. What? Nem is tudtam. Nem is tudtam, hogy van ilyenünk. Ö... Szóval én azt hittem, hogy a webshopoknál meg az ilyeneknél így ö... lassacskán már ö... Így nem tudom, én azt hittem, hogy karácsony előtt megáll a dolog, és aztán meg januárban meg újraindul, amikor ugye mindenki vissza akarja adni az orszörnyírót, amit kapott. És az ég egyető világon nincsen semmilyen orszörnyíróra szüksége. Ö, na mindegy, szóval én, én személy szerint azt hittem, hogy ez így megáll. Ami nyilván most már oké, okay, tehát hogy el tudom képzelni, hogy nem. Csak nem, nem látom magam előtt, hogy a két ünnep között kirendel. Hozzám egyébként pont érkezik a két ünnep között egy hajvágógép. Meg két, méteres HDMI. Elég fura lehet. Elég fura az a rendelés egyébként, most egy utólag visszagondolva rá. Na mindegy. Szóval érkezik uh, 28-án majd. A futárok. Valószínűleg akkor a futárok sem állnak le. Orszörnyírót kaptál, Viktor? Nem. Csak tudom, hogy ez egy ilyen visszatérő ajándék, ami felnőtteknél kivágja a biztosítékot. Én is programozó vagyok, de mi január 4-ig nem dolgozunk. Ja, kicsit ilyesmit képzeltem el én is. Egyik üveghelyet elrontottad. Oh. Melyek megnézem, köszönöm. Januárban a customer service-nek lesz sok dolga. Most mennek ki az utolsó marketinges anyagok. Ja, azt... Azt el tudom kézni, hogy januárban aztán ők megtalják. Én úgy lehet örülnék egy Nekem van. <laughs> Illetve a szakányíromnak ilyen cserélhető a feje. Pékeknek sincs kegyelem. Ú, az pláne nem, mert elfelejtettem rendelni kiflit. Szóval az van, hogy a helye honnan rendelni szoktunk, erről már beszélgettünk, és ne haragudjatok, ha sokat mondom a nevét, ez nem fizetett szponzoráció, meg ilyenek, csak nagyon elégedett vagyok velük. Szóval a helye rendelünk bevásárlást, annak az a neve, hogy kifli kifli.hu És ennek kell rendszeresen elfelejtünk kiflit rendelni. És ebben azért van valami báj. ez 22 január 4-ig semmi meló. Na, én, én őszinte leszek, én azért így... Azért csak mindenkinek járna egy ilyen. Bár nem feltétlenül karácsonykor. Tehát simán lehet, hogy van valaki, akit mondjuk nem érdekel annyira, hogy most karácsonykor dolgozik, de mondjuk cserébe meg valami olyankor nem dolgozik, amikor meg... Amikor meg neki jobban kiadja. Már itt reménykedjünk, hogy ilyesmi. Édesem, idős otthonban ápoló, náluk uh, nincs ünnep igazán. Ja, igen, azt ott nem lehet abba hagyni, És nem lehet azt mondani az időseknek, hogy akkor uh, most uh, tessék, itt egy konzerv. Uh, jövünk majd januárban. <laughs> Addig meg pihi van. Ja, az nem, az nem teljesen így működik. annyit meséltél róla, hogy megnéztem, hogy uh, mi van ott, sose gondoltam volna, hogy pont tőlük tudok egy régóta keresett orzó tésztát uh, megrendelni, szóval ezután is köszi az nézd, nagyon szívesen, egyszer rá fognak jönni egyébként, hogy mit csinálok, és, uh, és, kapni fogok valami kupont. Ugyanezt várom egyébként a környékünkön lévő hamburgerezőtől is. Mondjuk a környékünkön lévő hamburgerező nem feltétlenül a legjobb, mert oda a tudtommal nézők közül csak Lili jár rendszeresen. De... De mindegy. Te egyszer, egyszer, kapni fogok egy kupon, srácok. Végségben 24-25 szabadnap, 26-án már meló éjszakába. Uh. Melyik hamburgerező megkérdeztetem? Meg a... Rákos... Ligeti vasútállomás mellett lévő... Bódéban lévő hamburgerező. Nagyon jó egyébként. Nagyon, nagyon jó. Az a helyzet amúgy, hogy gondolkoztam rajta idén. Nem csináltam meg végül sajnos, de gondolkoztam rajta. A gyroszukat nem szeretem, mert nagyon római köményes, de hamburgerüket imádom. Igen. Rákos ligeti mellett. Azt mondtam? Nem, azt mondtam. Szóval gondolkoztam rajta, hogy van két hely a környéken, amit nagyon szeretek. A három. Egy étterem, egy pékség, és ez a hamburgerező. És gondol, és ugye rendszeresen eszem tőlük, meg rendszeresen ö, vásárolok a pékség, meg ilyenek, és gondolkoztam rajta, hogy össze kéne rakni nekik, végül mondom, nem csináltam meg, de hogy így alapvetően gondolkoztam rajta, hogy össze kéne rakni nekik, ez mi volt, egy, egy ajándékcsomagot karácsony alkalmából, hogy, hogy azzal, mint egy megháláljam, hogy a 17. körület ezen részét, ami nem feltétlenül frekventált Ilyen nagyon cool dolgokkal, tehát mit tudom én, cool kajádákkal, vagy ilyenekkel nem annyira frekventált, egyébként egyre inkább hála az égnek. De hogy így tök elgondolkoztam nekik, hogy össze kéne rakni egy kis ajándékcsomagot, és aztán azt így odadni nekik, hogy így nem tudom, ezzel szeretném meghálálni, hogy így a, a környéken csinálnak cool dolgot, és akkor ezzel itt így a környéken munkahelyeket is teremtenek, meg ilyenek. És. És még mindig gondolkozom rajta, hogy jövőre meg kéne csinálni. Mármint, hogy közben meg valószínűleg ilyen tök idiótának néznének. Mármint, hogy így tök, tök, tök... Jó, lehet, hogy nem néznének idiótának, de most képzeljétek el, hogy dolgoztok, dolgoztok mondjuk nem tudom egy pékségben, és egyszer csak beállít valaki egy... Ö... Beállít egyszer csak valaki egy nem, nem tudom, egy... Egy, kettő, három. Egy, egy ilyen ajándékcsomaggal, tudjátok, ilyen általános ajándékcsomaggal, nem tudom, hogy be van, mik mit szoktak lenni az ajándékcsomagokban. Csoki, meg kávé, meg, meg, meg ilyen dolgok, értitek? Tehát nyilván azok az ajándékcsomagok, amiket olyanoknak adsz, akikről nem tudod, hogy mit, mit szeretnek, vagy mi kell nekik. Hogy ha valaki ilyen helyen dolgozik, aki itt van most a cseten, ti mennyire néznétek hülyének, ha valaki ilyesmit csinálna? Mert hogy bevallom őszintén, kicsit féltem tőle, hogy én ugye nyilván oda szeretnék a továbbiakban is visszajárni. Azzal köszönöd meg nekik, hogy visszajáró vendég vagy. Jó, de azt csinálom. Érted? Tehát, hogy, hogy az vagyok már. Ennek ellenére egy picit félek, hogy bezár véletlenül valamelyik, mert nem tudom, kívülről nem látszik, hogy nem megy nekik az üzlet, de amúgy nem megy az üzlet. Ki mondta, hogy csak karácsonykor lehet köszönetet mondani. Abszolút! De azt képzeljétek el, amikor ugye ezt januárban csinálod, és így van, csak néznek rá, hogy oké. Uh, oké. Okay. Okay. <laughs> jó, furás a srác, de alapvetően minden rendben van. Mondjuk vicces, mert ezt tudom, hogy... Szóval több helyen is van azzal is sú, hogy nem nagyon tudnak feltétlenül velem mit kezdeni. Olyan értelemben, hogy én mindig úgy köszönök el, hogy jó munkát, meg ilyenek, És nem nagyon nehéz belőni, hogy mikor megyek éppen dolgozni. Mert ugye általában, ha valaki úgy megy be mondjuk a pékségbe, hogy utána rögtön ugrik is a buszra, és tudjátok így megy dolgozni, vagy ilyenek, akkor azért azon úgy látszik. Én rajtam meg így nem nagyon, mert hogy egy, ugye itthon dolgozom, kettő, nem nagyon szoktam sietni. Tehát, hogy én így oké, okay, szoktam, nyilván vannak bizonyos esetek, amikor sietek, de amikor a pékség megyek, akkor nem nagyon szoktam sietni. Szóval így rajtam, hogy viszonylag nehéz megmondani, hogy éppen a, éppen a következő szabad töltöm meg én, mert ugyanúgy zsebrevágott kézzel mackó nadrágban mászok be meg ki a, a, a pékségből mondjuk, mint egyébként. <laughs> Keresztúri hely, amit én szeretek, szerintem be fog zárni. Na, érted? Például ilyes, ilyesmit, amit tökre félek. Ott van egy hely, például keresztúron is, amit Kurusi ajánlott, de még nem jutottam el. Ö, sajnos egyébként elsősorban valószínűleg azért, mert van egy jó hamburgerező így előttük. Tehát, hogy az úton, ahogy mennék ahhoz a hamburgerezőhöz, azon az úton van egy másik hamburgerező. Ö, és ez nem tesz feltétlenül jót. Ö, és az például most így kurosi elmondása szerint lehet, hogy be fog zárni, és ez is tök rossz. És hogy itt a kerületben egyébként nagyon sok hely van, ami jön-megy. Tehát, hogy itt például van a közelünkben a, a egy üzletsor, ami így néha megjelennek boltok, eltűnnek boltok, vannak üzletsorok, amik már egy az egyben eltűntek, tehát, hogy konkrétan vannak üzletsorok, amik már egy az egyben eltűntek az évek alatt, tehát amikre még emlékszem gyerekkorom, hogy mondjuk azok elég gettó üzletsorok voltak. Szóval, ja, necces. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, a nyolc, kilenc. Szóval, egy, kettő, három, négy, Ez a tető. 17. 17. kerület ott mi van? <laughs> Nem Na, sok zöld terület. Ezt, ezt, ezt tudom neked mondani. Mi vagyunk a keleti csücsök! ami konkrétan olyan távolra van már a belvárostól, hogy ö, alapvetően nagyon-nagyon valid vitákat lehet arról folytatni, hogy miért vagyunk Budapest részei. Csak közben meg valószínűleg para lenne az is, hogy van egy ekkora lakóterület Budapest mellett, ami nem Budapest része. Szóval egy, mindegy, egy kicsit nehéz így... Ö... Igen, alapvetően csend és nyugalom. Meg vannak tök jó múzeumaink egyébként. Vagy amikor harmadikos, negyedikes voltam, akkor jártam múzeum szakkörre. És akkor még voltak tök jó múzeumaink. Azt nem tudom, hogy még léteznek-e. Ja! Ráadásul fló ilyen nagyon viccesen eldugva ide-oda. Aha. Azért a 17. kel elágig egész városias. Mert mint az elág. Úgy érted, hogy az elág egész városias. Múzeumszakör, huhár mi vagy van a múzeumszakörrel? Minden uh... Ki a polgármester? A mostani, nem tudom, de Rízleventa volt nagyon sokáig, és Rízleventa helyettese lett az új polgármester. Fideszes a kerület, nagyon durva. Mm. egyébként nehéz, tehát a kerületben nehéz nem annak lenni, mert Rízleventa nagyon jól csinálta, amit csinált. Nagyon, nagyon jól csinálta, amit csinált. De nem tudom a mostani polgármester nevét. Sőt, az a helyzet egyébként, hogy Riz Leventére még én is szavaztam. Hát úgy nézett ki a múzeum szakkör egyébként, hogy két hetente pénteken elmentünk valahova múzeumba. Eleinte közelre, aztán amikor elfogytak a közeliek, akkor nem közelre. Tehát, hogy így, 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 így kell elképzelni. A dolgot. Nem tudom, mondjuk én a múzeum szakkör név alapján így képzelném el. Szépen bepakolt minket a tanárunk a vonat, vonatra, felpakolt minket, mert azzal tök gyorsan ben vagyunk, és járkáltunk múzeumokba. Egyébként nem hiszitek el, én hatalmas múzeumban járó voltam, meg én, én nagyon, tehát, hogy én például az ilyen iskolai múzeum látogatásoknál tök, gyakran kerültem olyan problémába, hogy mindenki átszaladt mindenhol, mindenki végzett mindennel, én meg próbáltam elolvasni, ami ki van írva. És így értek, álltam ott, így próbáltam elolvasni, fölnéztem, és eltűnt mindenki. És így álltam, hogy értem, ha bejöttünk egy múzeumba, akkor mi a retekért megyünk azonnal? No. na mindegy, szóval, hogy voltak ilyen jellegű isúim. Sőt, képzeljétek el, Asszonypajtás szonypajtás járt, ö, ő ugye magyarból járt, tehát magyarból volt. Ö, oké, nem teszem, be, hogy hívják. Amikor 11-es az utolsó két évre felvesztek emelten tantárgyakat. Ö, fakt. Fakultáció, az igen fakt, köszönöm. Ö, én matek fizikán voltam, ami ugye azt jelenti, hogy ö, heti 6 matekom és 5 fizikán volt. 11-ben, meg 12-ben, vagy lehet, hogy változott a szám valamennyi, de nagyjából ilyesmi. És asszony pajtás pedig magyar rom biztosan, és valami máson. Tehát, hogy vagy angolon, vagy valami máson, tök mindegy, de volt magyaron. És a magyar ö, ö, fakultációjukkal rendszeresen csinálták azt, hogy ö, elmaradt egy pár faktos óra, és azoknak az óra azokat egy múzeum látogatással töltötték ki, nem ez a jó sorrend. Tehát elmentek múzeumba, és az ott eltöltött óra az így kimaradt a... kimaradt a... Tehát azokat az órákat, értek, ledolgozták azokat az órákat előre, és emiatt nem volt, nem volt emelt magyar órájuk utána. Meg magyaró, értitek, igen. De mindegy, ezt nem sikerült nagyon jól elmondanom, de értitek, az a lényeg, remélem. Ha. És. Uh, és hogy én. Uh, nem biosz volt a másik? Nem. Logikus lenne, de szerintem nem az volt. Nem az volt. Angol? Angol volt. Nem biosz volt. Uh, és. És én például jártam velük a múzeumokba. Egy, azért mert érdekelt, amit ami ott van, azok ilyen alapvetően irodalmi jellegű múzeumok voltak, tehát a Petőfi Múzeum, meg, ö, meg ezeket látogattuk ö, meg. És hogy én konkrétan ö, én jártam velük a múzeumban, még egyébként úgy is, hogy nekem amúgy ez nem jelentett óra felmentést, mert hogy ugye a matek fizika nekem ugyanúgy meg volt tartva, de hogy egy, izgik voltak az ó, a, a, a múzeumok, ahova jártunk, kettő nyilván asszonypajtással tölthettem időt. A, abból az időszakból ugye akkor még nem volt asszonypajtás csak barát. De hogy... Hogy nyilván abból az időszakból van például hátra azt, hogy tökre szeretünk a, a Duna parton sétálni, meg ilyenek. Hányadiból jöttetek össze a pajtással? Nem tudom megmondani pontosan. Azt tudom, hogy 10. 16. Tehát a 17. születésnapomon már együtt voltunk. Ja, a 17. szünet már együtt voltunk. Majdnem. 1, 2, három, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Khez szerintetek ide egy ekkora takaró dolog? És ennek szerintetek. Ööö... Ennek szerintetek négyzet alapúnak kéne lennie? Nem szeretném, hogy az legyen. Úgyhogy nem építem meg négyzetre, és aztán majd reménykedünk benne, hogy jó lesz. Mit szóltok? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Ja, hát abból ugye, abból ugye randi volt, tehát hogy így, akkor, akkor ez gyakorlatilag az úgy nézett ki, hogy elmentünk, meglátogattuk a múzeumot, végignéztük, mit tudom én, és amikor Oszolj volt, akkor, akkor mi elmentünk sétálni. Most azt mondja, Petes, mennyire néz csúnya, én nem tudom, hogy mikor jöttem, azt hiszem, hogy ő se tudja ennél pontosabban. De hogy nem tudja, tizedikesek voltunk. Jó, oké, tudja. <laughs> nyilván, jó, nyilván tudja. <laughs> Szerintem örül neki, hogy a dátumra emlékszem. Bár egyébként ez ilyen nem használható emlékezet, mert euh, ha például hivatkozik rá, tehát, hogy most például az évfordulónkon a vizsgája lesz asszonypajtásnak. Ez is talán kettő, vagy egy, és lesz valami más elfoglaltságunk, és mindegy. Az a lényeg, hogy lesznek programok az évfordulón. És, és így mondta, hogy ó, sajnos a vizsga az január 6-a egyébként a, a, az évfordulónk. A vizsga sajnos január 6-án lesz. Én meg így nézek, hogy miért, mi lesz meg január 6-án? És tudjátok, amikor így áll, hogy... Mi? és aztán így nyilván január 6-ára így, így nem, 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 felejtem el a dolgot, meg hogy így, így, igazából azt így nem, de például egy beszélgetésben így nem tudom sajnos alkalmazni, a, alkalmazni ezt a tudást annyira jól, mint amennyire, amennyire jól kéne alkalmaznom. Ja, Istenem, a tizedik évfordulónk volt egyébként szerintem eddig valaha a legviccesebb. Uh, szóval a tizedik évfordulónkon elmentünk volna vacsorázni, kinéztünk egy nagyon jó éttermet, foglaltunk asztalt, és mentünk volna vacsorázni, de kitaláltuk, hogy felfúrunk két polcot előtte. Aztán polc felfúrás közben nagyon úgy nézett ki, tehát a tünetek alapján úgy nézett ki, hogy elfúrtam egy kábelt, úgyhogy uh, ugyanazt a pénzt, amit a fenn elraktuk, azt uh, elköltöttük a 24 per 7 villanyszerelő szolgáltatásra, aki kicsattogott és elmondta nekünk majdnem 30 ezer forintért, illetve azért már meg is javította, hogy hála az égnek nem a falban fúrtam el a kábelt, úgyhogy nem kell levésni a falat, lefesteni, mit tudom én, hanem hanem a biztosíték ment tönkre, szóval, hogy nagyon régi volt a biztosíték, és akkor azzal van a baj, és ja, az, az, izgi volt, és egyébként rendeltünk fancy kaját. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Szóval rendeltünk fancy kaját, amit a konyhában a földön ülvettünk meg. Azt hiszem, akkor még nem voltak székeink ebben a lakásban talán és a konyhában volt egy világítás. Az egész házban a konyhában volt egy világítás. Nem, fancy, fancy kaját kirendeltük az étteremből a, 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 nem tudom, nem abból az étteremből, de az egyik közeli étteremből onnan kirendeltük a legfenszibb dolgokat, amiket, amiket soha, de soha nem mertünk egyébként kirendelni. Úgyhogy... egy <laughs> Úgyhogy végeredményében egészen jól alakult, és aztán Ó, oh, az nagyon vicces volt. A, a villanyszerelő segédje felismert. E és ugye bejött a villanyszerelő, és nyilván abban a szobában ott sötét volt. E és kivittem egy stúdió amit a konyhából egy hosszabbítóba bedugtam. És ez nyilván nagyon-nagyon erős. És így kijön a villanyszerelő, néző, hogy ez milyen lámpa. <laughs> és erre a segédje egy oldalról. Ez egy stúdió És így akkor jó. És ugye a beszélgetés itt így nagyjából el is halt egyébként. Azt már hála az ének nem merték meg, vagy ő nem merte a segédje, tudta amúgy. Szia, az a. A segédje, az így mondta, a stúdiolámpa. A csávó már így nem merte megkérdezni, hogy mi a retekér van stúdiolámpád. <laughs> Szerintem ő csak örült neki, hogy van egyáltalán bármi esélye, hogy lásson bármit abból, amit, amit ott meg kellett javítani. és egyébként mondom, tehát így kijöttek, ránéztek a falra, kicsit hallgatták, kicsit kattogtatták, és azt mondták, hogy nincs furva kábel. És aztán egyébként aranyosak voltak, mert ki is mérték, és mondták, hogy abban a falban egy darab kábel nincs, az összes a másik oldalon megy. Szóval, hogy ott nem fogok tudni kifúrni semmit. Nyilván nyilvánvalóan ez egy fantasztikus hír volt, de semmit azt az egyet, hogy annyira rossz állapotú az a fal egyébként. Ez egy nagyon régi ház, és az az a rész az borzalmas, tehát a, a, a vakolat mögött legalább egy ilyen másfél-két nyi homok van, ami nem tesz nagyon jót. Öm... Igen, nekem is így eszembe jutott ez a stúdiolámpa, meg kanapé, aztán pornóforgatás, de nem, hát nyilván. Öm... Nyilván ti tudjátok, hogy miért a stúdiolámpám. És öm... és azóta sem akarunk oda semmit fúrni. Sőt, most, hogy jött a karitón, hogy neki is elmondtuk, hogy úgy néz ki az a polc, mintha lehetne rá súlyt helyezni, de nem lehet rá súlyt helyezni. Szóval, hogy nem tudom, ha ott, tehát, hogy az se baj, ha nem takarítja le, csak azt ne tépjük ki a falból. Szia, Szefan, de nem küldted el a Minecraft felhasználó nevedet Patronon, elküldted twitch viszont twitch nem vagy szab. Uh, viszont ezt el is felejtettem megoldani, de meg fogjuk oldani. Át fogom, át fogom manuálisan rakni a nevedet a jó táblázatba. Csak szeretném jelezni, hogy érdemes lenne figyelni! Tomi, itt vagy még? Megoldott a takarítónő kérdés? Meg! És nagyon cool. Srácok, nagyon cool, amikor tisztaság... Képzeljétek el, két éve vagyunk. Három, két, két éve lakunk itt. És most lett először lemosva az ablak. És sose éreztem azt, hogy zavarna az ablak állapota, de amikor le van mosva, ö... Patronon kint lévő űrlaplink nem működött. A Patronon nincs is kint űrlaplink. Az egy nagyon régi űrlaplink. Igen, az privát üzenetes, de megoldjuk majd. Tomi itt vagy esetleg? Tomi nincs itt. Mindegy, ettől függetlenül megoldjuk. Ö, csak elfelejtettem délután megoldani, meg akartam már, tehát ez most nem olyan, hogy most jöttem rá, hogy én meg akarom neked ezt oldani, Ö, mert te igazán megpróbáltál jelentkezni, csak nem sikerült annyira. Nemrég mentél el, a ah, oké. Okay. az baj. Akkor nehezebb lesz megoldani, de megoldjuk majd. Konor meg tudja oldani. Uh, Szefi, el tudod küldeni a felhasználó nevedet Konornak? Látszik a cseten. Connor, néven fut. ha neki elküldöd a felhasználó neved, akkor ő meg tudja oldani. Ő is, ő is moderátor. Hogy tudjon teleportálni és legenerálni a mepet. Mindegy, ez egy extrém, extrém story. Konor is admin? Yes! Igen, és Szefit be fogjuk, és akkor onnantól kezdve ő ő fogja, <laughs> valahogy majd megpróbálom egységesíteni ezt a rendszert, majd egyszer, valahogy, meg, valahogy megpróbálom egységesíteni, hogy egy kicsit átláthatóbb legyen, hogy kinek hol kell jelentkezni a ragyavalyász szerverre. És jön azzal, aki a Twitches űrlapon jelentkezett, de közben Patreon is? a Twitches űrlap alapján felkerült -e. Ha viszont eddig is fenn voltál a Minecraft szervere, a Twitches űrlap alatt fel, alapján felkerültél. A, a Twitches űrlap alapján felkerült mindenki, aki ezt kitöltötte, ma kettőig. Az, az biztos, hogy megtörtént. Önként csendesen hozzá kell tennem, hogy négyig, de nem ez a lényeg. Hivatalosan kettőig. Szia, Dani! Bocsi a az hogy fel tudjak menni az MC szerverre, az eredeti Minecraft kell? Vagy fel tudok menni más Minecraft különsel? Eredeti, eredeti, eredeti Minecraft. A más Minecraft kliens az egy, az egy hatalmas ilyen biztonsági rés. És onnantól kezdve egy halom autentikációs dologgal kéne szívnunk, mert ugye a neved nem fix. Tehát, hogy nem tudunk a neved alapján azonosítani, mert hogy ugye onnantól bárki írhatja be magának azt a nevet, hogy pingvinharcos, úgyhogy a szerverünk az amióta létezik, azóta eredeti játékos szerver. Uh, nagyon bonyolultá teszni, nem eredetit futtatni. Nagyon bonyolultá. És nem is akarok egyébként. Tehát morálisan sem értek egyet vele. Uh, és nagyon bonyolultá is teszi. Ó, a tropikó jött ingyenes, az epikens srácok. Ha szeretitek a Tropikót, és nem játszottatok a négygel, akkor húzzátok be. Ha játszottatok a négyel, akkor ne fáradjatok, pont ugyanaz. Ó, vagy az 5 és a 6 között ilyen a hasonlóság? Ó az 5 és a 6 között né a hasonlóság. A az 5-öt húzzatok be akkor. Kíván itt ahogy a 6-tal, mert akkor akkor mindegy. Az 5 és a 6 között meg a 4 5 6 között. Ja, oj mindenhonnan ekkor a hasonlóság. Um... Patronnak biztos, a Twitchnek talán van a PIA, amivel meg lehet oldani az automatikus whitelistet. Így van. És... El is fogom rá, kezdeni rágni konor fülét ezzel kapcsolatban, hát ha tud segíteni. Ez már, ez már nem az én. Tehát ezt én már nem tudom megoldani, és most hirtelen, hogy el tudjuk indítani karácsony előtt, és aki szeretne a két ünnep között játszani, ezt tudjon játszani, azt nem tudtuk volna megcsinálni. Ö... Szóval hogy ez, az, azt nem tudtuk volna megcsinálni. A, azt messze nem. Oh boy! Mindegy, ez lehetett volna sokkal, sokkal rosszabb is. Ez lehetett volna sokkal, sokkal rosszabb is egy, egyébként. Oké, most megnézzük felrobban-e. Fantasztikus. Oké, okay, szóval ez lehetett mondani, sokkal-sokkal rosszabb is. Annak nem örülök, hogy ez leomlott. De közben meg amúgy nem is kell már. Szóval igazából le kellett, hogy omoljon. Te halljál meg itt nyugodtan, ügyesen magadban. Működik! Ez még nem feltétlenül az bizonyítja, hogy működik, mert sajnos nem ott volt a creeper, ahol kellett volna lennie, de... Mindegy. Jobb, több, mint a semmi. megmondom mondom, lerobbanhatott volna sokkal veszélyesebb dolog is, tehát hogy... Mondjuk, ha leönti vízzel alul... Mert egyébként szerintem most se csinált volna semmi nagyon vészeset. Ez egy creeper farm. Most még nem teljesen üzemelő, de most... Tehát, hogy már közeledünk alapvetően az üzemelő státuszhoz. Még nem üzemelő. És van azért még vele bőven munka, úgyhogy... Ja, van azért még vele bőven munka. Most ezt azért rakom végig, ugye ilyen fél mert akkor nem fognak tudni ide spanolni. Ezekre ugye nem tudnak spanolni a szörnyek, ez most, és akkor most ugye erre a keretre végig nem fognak tudni. Nagyszerű, most már csak vissza kell jutnunk fentre. Akkor meg is furt uh, is beragadt a fúrófej két vasgerenda közé. De olyan szinten, hogy Teson fel tudta húzni magát a fúrógépen. Üh! Ja, ráadásul ez is, amivel ezeket a lyukakat furtam, ez is ilyen, ez is ilyen ipari, nem ipari nyilván, de hogy ez is ilyen, uh, tehát hogy így ilyen, tehát nem ilyen otthoni célra szánt, amit így otthon tartasz, olyan fúrógép volt, hanem azt uh, asszonypajtás Ö, apjától kaptuk kölcsön, aki meg ugye ilyen szerelő valami ilyesmi. Ö, szóval ő neki így ugye ilyen munka, munka miatt van ilyen brutális... Valahol csörgött valami. És hogy azzal, Ez hol a retekben volt? Második szint felülről. Ó, oh, pedig az a sötét emeletünk. Mm, meg az! Ó, oh, megvan! Jó, igazából annyira nem érdekel. Szia, Szabi! Mi a helyzet? Hogy vagy? Szabi, te streamelsz majd a két ünnep között, vagy te is tartasz karácsonyi szünetet? Ezeknél a frissen felfutó streamereknél sose lehet tudni egyébként. Értitek, az egyik vesélyüket is oda dobják egy kis nézettséget. Mármint, hogy uh, nem. Ó, az tök jó! És hogy van? Frissen felfutó, amúgy igen, 26-30 között mindennem. Toldja. <kül> Toldja, boys. Frissen felfutó. Miért, Szabi, te milyen kategóriába sorolnád magad? Nem tartalom tekintetében, tehát értem, hogy árt. Kezdő. Oké. Okay. Én frissen hívnálak. Úgyhogy Úgy hívod magad, ahogy akarod, nem érdekel. Um, jó, hát ez rendkívül csúnya. Uh, az több mint biztos, de hogy. De hogy. De hogy majd el akarjuk. Az, az lesz azt hiszem a legjobb megoldás, ha akarjuk a retekbe. Jó, nem kell mindennek szépnek lennie. Ennél egy kicsit lehetne szebb. De egy, oké, okay. nem beszélünk majd róla soha többet. Teszi a dolgot. Miért ez sértő? Hát, én ezt nem szántam sértőnek Szabi, egyáltalán. Ne haragudj, ebben az esetben kezdő. Ó, ez nálad a boldog fej. Ó, hogy ez nálad a boldog fej. Oké. Okay. Oké. Okay. Jó. Oké. Okay. Cool. 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 Oké. Okay. Trapdoorokra van szükségünk, srácok. Még hozzám nagyon sok trapdoorra. Nagyszerű. I have you covered. Pakoljunk le, és akkor ide rakhatjuk is majd a dolgokat. Miért van nálam ennyi vacak? Nem kell. Uh, Rivenbloodnak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékozott egy szabott uh, camnak. Remek választás, abszolút, abszolút, uh, abszolút remek választás. Az építőiparban azt mondják, hogyha csúnya lett, ültesse elé fát. Odáig? Mármint <laughs> <laughs> hogy... <laughs> azért az ott egy elég erős vállalás lenne odáig felépíteni a fát. Oké, okay, víz. Most egyenlőre még nem kell, ez nem kell és sose kellett, ez azt sem tudom miért van nálam, valószínűleg csak valaki itt hogy te véletlenül. majd a vakolat kiadja. Kérdésedre válaszolva, azért van neked ennyit szucs, mert szereted a káoszt. Amúgy. Yes. hát ez már, ez már itt, ez már itt a termelődött gunpowder, srácok. Nem ott termelődött, ahol kellett volna neki, de ez már a termelődött gunpowder. Hol van a crafting table? Felvittem. Felvittem a crafting table Oké, okay, fa, fa, fa. Akár ki is számolhatnám egyébként, hogy hány trapdoorra van szükségünk, de én arra gondoltam. Egyébként Gergő volnék, Ravenblood a 14 éves énem szerint volt jó név. Rá se Szerintem jó név. És igyekszem megjegyezni a Gergőt. De még érek semmit. Veletek működőség. Ah, köszönjük szépen, abszolút minden rendben. Ez az utolsó munkanapom. Szóval ezt most lesz streamelem, aztán hátradőlés és láblógatás január elejéig. Öh, vagy legalábbis ez a, ez a terv jelenleg. Aztán ki tudja egyébként, hogy mi megy még félre. Mert elég, elég, elég. Szóval érted, elég következetesen mentek félre dolgok így az évben idén. Gondolom nem kell mondanom. Jó munkát, Laci! Kellemes ünnepeket utána pedig, és jó pihenést, ha adatik valamennyi pihenés. De a Discordon úgy is beszélünk, majd nem fog meghalni. Ó, akkor azért nem tudok belépni? Igen. Gondolom, igen. Bár mondjuk akkor, ha hozzá tudtuk adni a nevedet. Ja, igen, lehet, lehet, Dani, hogy csak emiatt, sajnos ez... Uh, ja, és ezen nem is, nem is tervezek változtatni egyébként. Tehát, hogy ez, uh, ja, ez nem, lesz, ez nem lesz változtatva. Tehát, hogy nem lesz átállítva, hogy mondjuk fel lehessen nem eredeti klienssel is jönni, vagy bármi ilyesmi. Mindenféle, fú, az Az teljesen más állatfaj. Még emlékszem, amikor... Uh, hát, így jobban beleláttam Minecraft szerverek működésébe. Az nem ez az állatfaj. Egyébként, ami lett építve, az hasonlít egy űrlifthez. Hát ez egy űrlift. Ez itt konkrétan egy űr... Ez, ez a neve... Nyilván azért, mert hasonlít. Tehát, hogy jól ráéreztél a dologra. Azért hívjuk űrliftnek, mert hasonlít egy űrlifthez. Ennek az emberek átetsző a termosza. Ez nem akármilyen termosz. Ez egy ilyen vad termosz. Egyébként meg zöld. Nem tudom, hogy a, nem tudom, hogy a Death Trooperek helyett... Hogy hívják a ilyenek a troopereit? Nem jut eszembe a csávó neve sem. Ajaj, Viktor mi van veled? Krenik? Oké, okay, Krenitnek hogy hívják a, a bokorugróit? Akik pont nem bokorugrók. Dark trooper? Nem. Nem dark trooperek. És nem Moff Gideon. Úgyhogy... Úgyhogy ja, kösz... köszönöm a segítséget, nem sikerült. Szerintem death Trooperek nem. nem. Black trooperek? Nem, az biztos, hogy nem, azt a tízni nem vállalná soha. I have you covered. Uh, Bébáli, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy uh, szabott Simon Ábelnek. Nagyon-nagyon király hogy Death hívják azokat? Tudjátok, akik a Rogue vanban uh, ...kódolt nyelven kommunikáltak egymás között? Shadow Trooper? Nem. I no sh... Death Trooper. Oké. Okay. Death Troopereknek hívják akkor ezek szerint őket. Mit akarok itt csinálni? Ja, tudom, mit akarok itt csinálni. Yep. Ezt minden emeletnek, minden szabadon hagyott blokkjával meg kell csinálnunk. A fekete? Death Trooper. Volt olyan popfigurám. figurám. Oh! Hogy, hogy csak volt? Mi történt vele? Shady Boy Trooper? <laughs> A magasabb, tudjátok, olyanok, mint a Stormtrooperek, csak magasabbak. Meg jobban tudnak lőni, bár egyébként nem sokkal. De valamivel állítólag jobban tudnak lőni. Felszámoltam a gyűjteményem, fel kisorsoltam Giveaway-be. A srácok, most valószínűleg többeteknek felcsílönt a szeme. Soha életemben nem fogom kisorsolni Giveaway-ben a legóimat. Soha. Csak ha esetleg, tehát hogy... Ha esetleg véletlenül így, így valakinek eszébe jutott volna, nem. Én, én gonna cut it. <laughs> És ez... Oh boy, hát ez sokkal több trapdoor lesz, mint amennyire gondoltam, hogy lesz. Na mindegy, nem akarhatunk mindent. Például, hogy valami projekt ne legyen rengeteg trapdoor és nem giveaway-ben el a mocskos kezekkel a Star Wars legóimtól, meg a többi legótól is, de a Star Wars legóimtól különösen. Jó, a izéről beszélhetünk, de azt se sorsolom ki. De a... De a neve sem jut eszembe. A Voltron, a Voltronról beszélhetünk, az... Az nem feltétlenül, értitek? Üt akkor át a lelkemen. Azt le fogom bontani egyébként. Lehet, hogy karácsony le is bontom a Voltront. Lehet, hogy része a nézők pénzéből van. Yes, amit odattak. That's the trick, hogy odatták. <laughs> Oké, okay, azt hiszem ez az emelet kész. Nekem az összes legó kell. Sharkcraft? Igen, ott láthattad, Szetta. Igen, ott, lá ott láthattad. Igen, 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 igen. Azt hiszem, onnan származik. A múltkori streamben beolvastam, hogy honnan származik, és most, most nincs előttem a videó, de úgy emlékszem, hogy onnan származik, igen. Sajnos ezek az egy a LEGO autók egyre jobban tetszenek. Én most gondolkozom rajta, hogy szétszedem a Bugatti Chiron, de ezt meséltem Discordon egyébként. Uh, szóval azon a Bugatti Chironnal, hogy ezt ugye nekem megvan a, hogy nekem megvan a Lego, és nagyon-nagyon király az a modell, imádom, de nem nagyon szép amúgy, és a leg legkirályabb dolgok belül vannak, ami ugye meg nem látszik. És, és az a helyzet, hogy azt odadom mindig játszani. A nagyot, igen, a nagyot, a nagyot, a nagyot. És odadom mindig játszani a gyerekeknek, ha vannak nálunk. És így szépen lassan így elkezdett amortizálódni, nyilvánvalóan, mert hogy értitek, tehát egy Lego, kettő, Öö... Szóval nincsen igazán ilyen gyűjtői tiszteletben sajnos, ami tudom, hogy hiba, a blokk szélén kimaradt. Öö... Ezen az emeleten? Nem tudom, mire gondolsz. Ami ki volt állítva? Ja, a nagy! Nem, nem a nagy. Nem az annyira nagy, amelyik ki volt állítva a plázában. Nem, sajnos nem az. Na mindegy, szóval, hogy mindig gyerekeknek, és elkezdett egyre jobban amortizálódni, és vannak rajta bizonyos alkatrészek, amik... Uh, ezen az emeleten kimaradt valami? A, a, amik így notóriusan leesnek egyébként. És most utolsó alkalommal... Kicsit így jobban szétszették a srácok, amivel nyilván semmi baj nincs, és nyilván engedtem nekik. Viszont nagyon nehéz össze, összeépíteni. Nem találom, hol van a srácom. És most vagy összerakom, megjavítom, és már hiányoznak is róla alkatrészek egyébként. Az nem emiatt a gyerkős csapat miatt, ők nagyon vigyáznak rá, hogy ne tűnjön el. De az előző... Ö... Keföld felől, jobbra. Az előző lakásnak a tulaja, akitől béreltük, annak a gyerkőce nem vigyázott rá annyira. Én itt se. Oh, Meg van, mire gondoltak. Oké, okay, megvan, köszi. Öh, ő nem vigyázott rá annyira, és hiányoznak alkatrészek, amiket be kéne rendelnem. És akkor most ugye két megoldás van előttem. Az egyik, hogy vagy rehabilitálom az egész készletet, összerakom újra Ö, beszerzem a hiányzó alkatrészeket, lecserélem a sérülékeny alkatrészeket, mert hogy a, van az a design rész, nem tudom, hogy arra emlékeztek el, hogy hátul egy ilyen műanyag cső jelzi azt a vékony ilyen csíkot, ami van az autón is, ami a, 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 a tető hátuljától hátul majdnem a, a spoilerig tart. És... Ö, 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 És az a cső, az itt teljesen elhajlott. Tehát ez nem egy jó dizájn amúgy nagyon. Én, nekem legalábbis nem tetszik az a megoldás. Úgyhogy azt is újra be kéne szerezni, ráadásul speciális színekben. Szóval vagy beszerzem újra ezeket az alkatrészeket, vagy szétszedem. Szétszedem és megy alkatrésznek. Mert hogy közben meg zseniális alkatrészek vannak benne. Oké, okay, én most jelenleg nem... Értitek, én most jelenleg nem építek dolgokat legóból, de hogy egyszer biztos vagyok benne, hogy el fogom kezdeni újra. Nagyon-nagyon szeretném. Csak általában idő hiánya miatt nem, nem jön össze a dolog, de amikor majd befutsa ez az egész karrier, és nem fog tudni tovább streamelni, meg nem lesz nem senki kíváncsi, meg mit tudom én. É, akkor, akkor áthelyezem a megélhetésünket asszony pajtás vállára, és aztán legózni fogok csak. Jó, nyilván nem ez a terv, de mindegy és uh, á, Viki, köszönöm! vikíkesenem, uh, tehát soha, yes, <gül> yes, <gül> és uh, és akkor ezek például tök jó alkatrészek, de közben pedig a szívem mélyén tudom, szóval van rajtam egy ilyen, van egy ilyen érzésem, hogy az egy gyűjtői darab, amire egy csomó ember vágyik és nekik nem adatik meg. Nekem viszont megadatik, szóval mint ilyen kötelességem lenne gyűjtői darabként is kezelni. De hogy egyébként nem szeretném, mert amúgy nem szép. Tehát, hogy nem igazán hiányzik a nappali dekorjából, ha nincsen benne. Jó, hogy nyilván vitatható az, hogy mi szép, mi nem szép, értitek? Tehát a csillagrombolóra meg azt mondom, hogy igen. Mert, mert hogy... Szóval értitek? Tehát, hogy alapvetően nem én vagyok feltétlenül a legjobb ember, aki megítéli általánosan a szép definícióját. De hogy ennek ellenére lelkiismeret furdalásom lenne, ha csak lebontanám, holott tudatosan az az érzésem, hogy csak le kéne bontanom. Mert nem vagyok benne biztos, hogy ér annyit az abból származó öröm, amennyiben mondjuk kerülnek majd ezek a különleges színű alkatrészek, ha egyáltalán beszerezhetőek, amik hiányoznak, vagy. Hogy választanátok ki nevet Twitchen? Mit használsz általában? Mert mint, hogy biztos van valami nick, amit használsz a játékokban, meg ilyenekben. Vedd meg a szuper csillagrombolót. A szuper csillagrombolót. Arra a szuper csillagrombolóra gondolsz? Amelyik ott van és szupercsillagrombol? Uh, szuper csillagrombol. <laughs> hát vegyél még egyet! <laughs> Jó van, elnézés! <laughs> Nem utast, vedd meg! <laughs> ja, hogy neked van pont egy, ja, hogy ott van. <laughs> van, van esetleg neked egy eladód. <laughs> ja, szuper csillagromboló megvan. Azt nagyon szeretem egyébként. Nagyon-nagyon szeretem. Gondolat nem rossz, csak nem tudod. Gerinde. Játsszuk egyet. Ó, nem egy. Oh, egy ideje. Ó. Oh. Hillhouse, nagyon szépen köszönöm a csírt. Nem tudom, hallottad-e, de most olvastam, hogy holnapra Tarkov 12.9-es pecset és vipót terveznek. Eljutott ide a hír, Hillhouse. Zseniális. Meddig jutottál el a játékban? Szeretnék streamálni. Vannak-e tippjeid? Vannak, de nem olyanok, amiket hallani akarsz. Uh és ja, szóval lehet, hogy hallani akarod őket. Olyat csinálja, amit szeretsz. Tehát, hogy olyat csinálja, amit szeretsz. Különben nagyon-nagyon nagyon-nagyon lesz az életed, hogyha teszem azt mondjuk sikerült, tehát, hogy mondjuk nem szereted igazán a LoL-t, mondjuk az most nem is annyira jó példa, de mondjuk nagyon nézett. Öm... és mondjuk felhúzod a csatornát lorra, csak teszem azt, és utána nem tudsz váltani, és aztán bele vagy kényszerítve. Oh god, ez a legrosszabb. Tehát, hogy olyat, olyat csinálja, amit szeretsz. A, gyakorlatilag ez az a tipp, amit, amit, tudok adni. Illetve a másik, amit én adnék, hogy figyelj a többi felületedre is. Tehát, hogy azért, mert Twitch streamer vagy, azért aktívan használod a többi felületet is. Youtube-ot is mondjuk highlightokkal, bár lehetőleg kreatívabban, vagy jó highlightokkal, az is nyilván egy opció. Mert a Twitch maga nem feltétlenül a legjobb környezet arra, hogy növekedj. Tehát ugye a, a, nem a legjobb. Most már jobb egyébként, mint régen, de még mindig nem a legjobb. Szóval hogy haszn próbáld ki kihasználni ki az összes közösségi felület előnyeit. Csinálj Discordot, próbálj community építeni. Ö az Instagram az mondjuk pont kérdéses, de hogy akár azt is lehet nyilván, próbálj Youtube videókat is készíteni néha. Ö Szóval, hogy azért, azért, ja, és közben végig próbálja arra figyelni, hogy ne legyen nagyobb prioritása annak, hogy mit néznek az emberek, mint annak, hogy te mit élvezel. Ha ez a kettő véletlenül egyezik, az nagyon jó. Az a legszerencsésebb. A legszerencsésebb dolog, ami történhet veled. De ha nem, akkor nem feltétlenül vagyok 100 biztosabban hogy a, a grind járó mentális terhelés az hosszú távon tényleg jó. Az nem azt mondom, hogy nem elviselhető, mert ez nem lenne feltétlenül igaz, mert láthatjuk, hogy külföldi nagy streamerek közül nagyon-nagyon sokan vannak nagyon rá egy játékra, csak ők viszont dollármilliókat keresnek évente. Ö, ha magyarul streamelsz, nem fogsz dollármilliókat keresni évente. Ha még nagyon jól csinálod, akkor sem. Közben, minek legyünk kisítőek? Nem, reálisan nem fogsz dollármilliókat keresni. Bár kérdezd meg Szabit. <laughs> Igen, tehát ha tudsz Just For Fun streamelni, streamelj Just For Fun. Volt egy 3-10 perces loadingot és kettő crash-produkált egy meccs alatt. Wow. Level 6 és 8-10 agyér görcs, mert kicsit gyenge a laptopom. A Tarkov uh, nem szereti a gyengéket. Ez, igen, ez a, ez a, helyzet. A mentálisan gyengéket sem szereti a Tarkov. És... A hardveresen gyengéket sem szereti a Tarkov. És ennek hangot is ad. és, és ennek, ennek, hangot is ad. Arra jól emlékszem, hogy a csák... Ah, jól emlékszem, hogy a bajtágnál el van kopva. Sajnos, sajnos nagyon-nagyon nagyon-nagyon durván hardware igényes egyébként. Nagyon-nagyon durván. Mennyiért bérli a falusi? Nem száll be egyébként, és ez, ez kicsit zavar. Tehát, hogy vélem, véleményem szerint ez be kéne, be kéne szállni a lakbérbe. Mondjuk én sose laktam senkivel együtt, aki nem. Ö... A párom is volt. Igazából azt mondja, hogy éltem egyedül együtt. Nem is tudom, hogy miért futok körbe ezzel a mondattal. Öm... Ez nem így működik. Hopp, ez egy alarrév van. Hát egy unbreakinget még magadra tettél volna, de mindegy, hozok mindjárt egy unbreakinget. Úgyhogy nem tudom, hogy működnek ezek a közösen bérlünk albérletett témák. De nem így, ahogy ezzel a csávóval csináljuk, az teljesen biztos. Abba a több, mint teljesen biztos vagyok. Mondjuk szükséglakás, még fűtés, meg mosdó sincsen, de mint tehetek róla. Azért talán, mert sikerült játszani, akkor nagyon élvezem. Na, ennek viszont nagyon örülök. És, és szerintem nagyon, nagyon lehet élvezni a tarkovat egyébként. Nagyon-nagyon lehet élvezni a tarkovat. Oh. Adjál már egy mendinget, fiú. Feather falling. No. Unbreaking, breaking. nem hoztam több könyvet. Ó, oh, Viktor. Küldtem dc egy képet generálba, ha van kedved, szerintem csekkold. Uh, most stream alatt? Azt nem annyira szeretem. Ekközben közben lehet, hogy izgi. Oké, okay, most át fogok menni Generára, és aztán, ha kiderül, hogy nem izgi, akkor sírni fogok. Oh! Nem fogok sírni. A Lego Adventi, Harry Potter és Lego Adventi kalendáriumnak a, a kontentje. Vannak benne annyira tök jók. Meg aztán a többi. Val. <laughs> well. Sikerült. Ah, ezért nem szeretem ezt. Ah, sikerült be. Sikerült bezárnom egy activity feedet. Én uh, tudom, hogy, tudom, hogy most Minecraft tér vagy Én nem tudok srácok napirendre térni a felett, hogy, uh, hogy egyszerűen bejelentették a Tarkov fejlesztői, hogy holnap vibe csá. Tehát, hogy én én nem tudok -e napirendre napi térni. Réven Blad, nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál és szabott uh, gumimaci kapitánynak is. De én nagyon, nagyon király vagy, köszönöm szépen. Mert, hogy... Annyira fura megközelítése ez egyébként a dolognak, hogy így értitek így... Akár így szólhattak is volna. Tehát, így akár így szólhattak is volna. Szerintem ezzel nem vagy egyedül, vagyunk páran, akik nem tudják, mit történik. És nem arról van szó, Elk, hogy nincs jók, csak hogy konkrétan, ha most tudják, hogy vibe van, akkor miért nem szóltak egy hete mondjuk? Szóltak most. O Oké, true, teljesen igazad van, valóban szóltak most. De mindegy, szóval, hogy ez nekem ez ilyen közepesen értetetlen jelenség. Uh, Minecraft vásárlásnál mi ez a, mi ez a telekód? Nem tudom, halvány, halvány elképzelésem sincs. Tényleg, az milyen lett volna, ha nem szólnak. Úristen, képzeljétek el, hogy reggel fel kell a Tarkov játékos community-e. És így resetelve van az akjuk. És így kalapkabát, hello. Tény egyébként, ez... A telekód az OTP új biztonsági kódja. Az nem januártól lesz kötelező? Én mondom, ennél körülbelül csak az lett. Képzeljétek el, úristen, nem 24-én, hanem 25-én felkelnek a Tarkov játékosok. Bejelentkeznek az accountjukba, hogy kivegyék a bitcoint, meg a dolgokat. És csak így... Egy üres account várja őket. Így kellett volna csinálni, hogy még csak nem is szólnak nekik, csak egyszerűen rólolnak egy reszetet a csá. Sőt, a legjobb az az lenne, kiadnak egy pecset, amiben mondjuk van content. Nem tudom, hogy ebben a pecsben most mi a content egyébként, nem, nem tudom, hogy mi érkezett benne. De kiadnak egy pecset. Vájpolják az egész játékot, és utána elmennek karácsonyi szünetre. És nem végeznek sem balanszolást, se nem válaszolnak üzenetekre. Az van egyébként, hogy ez, ez, egy olyan karácsonyi ajándék lenne, ami amúgy illik a Tarkovhoz. Tehát, hogy ugye alapvetően a Tarkov egy olyan játék, ami nagyon nehezen adja a szórakozást. Tehát, hogy ott, ott azért, hogy szórakozz, ott konkrétan meg kell dolgoznod, vagy kell bizonyos szintű mazohizmus. Um, Tehát, hogy nem ilyen, tudjátok, hogy így oda nyújtja a sikerélményt, meg ilyenek. Még azt sem mondja meg, hogy hova, hol kell kimenned. Um, ja, Eclipse, vágom, vágom, írták, írták. Éppen ezen tanakodunk, hogy vajon mi lehetett a mögöttes gondolat. Ebben a patchben nagyon-nagyon sok a content. És ráadásul sok a content. Lehet, hogy bejön, srácok. Lehet, hogy bejön. Lehet, hogy benyomtak most egy pecset, ami tele van kontenttel, és aztán elmennek karácsonyra. És itt olyan január közepéig nem dolgoznak. Üh. Szerintem az, ez az egyetlen egy dolog, ez az egyetlen egy járható út. Minden más valótlan, ez az egyetlen egy járható út. Kirólolják holnap a pecset, lekapcsolják az áramot, a szervereken hagynak, hogy értitek, különben hogy, húzzuk fel, hogy húzza fel magát bárki, és aztán, és aztán elmennek karácsonyozni a családjaikkal, ami nyilván abszolút jár nekik, tehát nehogy azt higgyétek, hogy én a, a, karácsony sajnálom tőlük, csak így meglep, hogy az időzítés, na! Nem tudom, ezek miért voltak egymás mellett, de legyenek a továbbiakban is. Na jó, itt most ezt kijavíthatnám jól. Szia, Memoru! Kisöcsémmel uh, nézünk téged, és beszélgettünk, hogy Jézuska hozza az ajándékot, meg minden. Erre megkérdezi tőlem a négy éves kisöcsém harcosnak, uh, mit hoz a Jézuska, és mi lesz, ha nem kap semmit. Küldjünk neki valamit. Majdnem megettem most annyira. Jaj, nagyon aranyos vagy. Én uh, egy nagyon nagy karácsonyfát kaptam a Jézuskától egyébként. Jó, a felét asszonypajtás kapta, de nem ez a lényeg. Egy nagyon nagy karácsonyfa felét kaptam a Jézuskától, jó? Tudjátok, hogy miért szeretnék játékfejlesztő lenni? Hogy az ilyen remek ötleteimet meg tudjam valósítani a gyakorlatban. Egyébként amúgy azt csendesen hozzátenném, hogy piszok közel vagyunk. Tehát kirólolni egy Minecraft szervert december 21-én bejelenteni, hogy hozzáadunk embereket december 23-a 2 óráig aztán feltenni a kezünket, és elkocogni a nyar, karácsonyra, ez majdnem az. Csak sokkal kevesebb ember érint. De majdnem az. De jó, hogy 50 centiméteres műfenyőm van még mindig. Én nagyon szeretem az igazi fát, és én nagyon, én nagyon szeretem. Szeretnék, nagyon-nagyon szeretnék egyébként valahogy ezt így fenntarthatóbbá alakítani. Tehát én nagyon-nagyon szeretném, hogy földlabdás, vagy bármi ilyesmi legyen, de bevallom őszintén, se földlabdás, se cserepes, nem tudok elképzelni két és fél méter magassággal. Nem, nem tudom elképzelni, hogy ezzel a magassággal ez technikailag megvalósítható-e egyáltalán. Ö, tudom, hogy na, nagyon szépen köszönöm a, a, a donation, nagyon-nagyon király vagy. Ö, csak egy kis semmi, take my money. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Egyébként az meg hogy hajnalban meghalt a sárkány. Az én házam meg még nincs kész. Igen, tehát én nem tudom pontosan mekkora kell egy két és fél méteres uh, uh, fához, de hogy valószínűleg nagy. Tehát, hogy gondolom, nagy, nagy földlabda kéne ahhoz. Ilyen nagy földlabdásra szinte lehetetlen. Na, látjátok, százabaj. Szóval a baj. Uh, viszont már nagyon elégedett vagyok, ma faragtam be a stream előtt, faragtam be a fát. Az a terv, hogy este behozom, uh, még nem hoztam be a nappalig, de hogy streamet lelövöm, összepakolom a cuccokat, kitaláljuk, hogy hova kerüljön asszonypajtással, és behozom a fát a nappaliba. És uh, utána levágom róla a hálót, és hagyjuk, hogy éjszaka kirúgja magát. És akkor ugye holnap reggel már megfelelően le lesznek ülve az ágai, és lehet kezdeni díszíteni. Uh, és holnap délelőtt fogjuk feldíszíteni egyébként. Uh, valószínűleg uh, holnap délelőtt, korai délután. Úgy egyébként, hogy bátyámmal uh, közben videó csetelni fogunk, szóval gyakorlatilag így együtt fogjuk feldíszíteni ez a terv. És... Uh, szia, Tomi! És... Itt van-e még Sefi? Uh, szerintem Konor elintézte a dolgot, elméletileg. Szóval... Uh, nagyon, nagyon elégedett vagyok a beforragással. Az van egyébként, hogy nekünk, ezt meséltem már, ez biztos, hogy meséltem már tavaly. Van egy örökölt ö, karácsonyfatalpunk, amit asszony pajtás nagy csinált. Ez egy ilyen kovácsolt vas vas. Ö, ilyen háromlábú karácsony és hát értitek, családtól örökölt, mit tudom én, szóval, hogy így azt, azt, azt is használjuk. Egyébként szeretjük is nagyon. Viszont évről évre erő a technikai probléma, hogy a fáink törzse az nem egyeztetett az, az áványjal. Idén ez odáig eszkalálódott, hogy a fánk törzsének átmérője az legalább kettő és fél három, három és fél centiméterrel nagyobb, mint a talp közepén lévő kör, amiben ugye be kell tuszkolni a fának a törzsét. A, a talp közepén lévő vas henger külső átmérője. És ott még vastagabb, igen. Szóval, hogy legalább egy olyan három, 2 és fél, három és fél centivel vastagabb az átmérője, mint a, mint a külső átmérő, és akkor ott még van egy fél centi, mert nagyjából fél centi a fal vastagsága annak a vashengernek, vagy nem tudom milyen anyag, de gondolom vas, vashengernek, szóval ö... szóval meglehetősen komoly mennyiségű fát kellett a befaragás néven leszedni. Lesz oh. Úgyhogy, úgyhogy elég, elég, elég móka volt, de egyébként most már elképesztően sajnos nagyon gyenge vagyok, ezt érzem, tehát hogy így érzem a kezemben, hogy elfáradok közben többször, de hogy már olyan rutinos mozdulatokkal hántok le gyakorlatilag ilyen fél centiket egyszerre így az oldalából, tudod kinek van arra ide, hogy... Lekocogtassam. túm megy a fele. Kicsit sok, kicsit sok. Hát ez van. Majd lesz valami. Woods kibővítése, Jäger questek egyszerűsítése, új fegyverammó, face shield, flea market lesz, fear lesz, all button, az mit fog csinálni? Ezek a legfontosabb. Ú, kibővítették a woods -ot. Az mondjuk elég menő. Úgyhogy, úgyhogy, ja, és ilyen minden évben én csinálom. Az, ahonnan szállítatjuk, ők, 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 befaragnák amúgy, nyilván, tehát plusz pénzért, de hogy befaragnák, de hogy ez a feladat az enyém. Általában bátyámmal együtt csinálom, ami alapvetően úgy szokott kinézni, hogy én faragom be, ő pedig biztonsági szakért. Tehát, hogy minden egyes alkalommal, amikor úgy lendítek, hogy a balta feje közel kerül a lábamhoz, akkor felsziszten. Uh, általában ez meg ugye szokott segíteni fogni a fát, hogy ne szaladjon el, miközben csépelem. Amúgy uh, ez most úgy hangzik, mint ez ilyen ironikus lenne, és hogy amúgy nem kell fogni a fát, mert hogy nyilván mit csinálna. De miközben ütöd, nagyon is jót tesz, ha valaki, uh, valaki fogja a fát. Most például kifejezetten nehéz volt hegyhelyben is tartani, miközben püföltem a baltával. Ha nem akarod faragni a fát, akkor ha megélezitek a talpat, akkor kalapáccsal bele lehet ütni. Én ezen gondolkoztam. <laughs> Most jelenleg az a trükk, hogy nagyjából belefaragom a fát, és, és aztán ráütöm <laughs> a talpat. Kicsit szarú, kicsit baja van, de jó lesz. Tehát, így, nem feltétlenül mondanám a, a legcélre vezetőbb metódusnak, de igen, gondolkoztam ezen is. Gyors a mentők számával. Egyébként, ö, igen. Tehát, hogy ugye bátyám nem tudott itt lenni idén, és akkor így mondta az asszonypajtásnak, hogy az ő feladata lesz ö, figyelni, hogy én ne sérüljek meg, miközben ezt végrehajtom. Asszony asszonypajtás nagyon a szívére vette ezt a feladatot, és így el is ment aludni. Ö, pont akkor, amikor elkezdtem befaragni a pár. Jó, nyilván tudja, hogy minden évben sikerült befaragnom eddig a fát, szóval nem feltétlenül ez lesz az az év, amikor majd nem sikerül, de amúgy végeredményében ez, ez, ez történt. Tehát, hogy el, is, el, is, ment lefeküdni, aludni, és egyébként akkor ébredt fel, amikor befejeztem a fát. Úgyhogy ő egy ilyen taktikus, ilyen rajcélalvással igazából végig aludta a... <laughs> a dolgot. <laughs> de nem egyébként most már az első években nagyon féltem, mert hát értitek? Azért féltem nagyon, mert egy fát csapkodtam egy baltával. De hogy. De mostanra már nem. Tehát ugye ez így mostanra már így. Ez a fabefaragás dolog, ez így tényleg eléggé rutinná vált. Ami én is meg vagyok tökre repülve, mert az van, hogy vettem egy tök jó baltát, vagy szerintem tök jó balt, a narancsárga, meg minden. Öm... Még évekkel ezelőtt, amit akkor egy kicsit drágának tartottam, viszont ha életem végig azzal faragom be a fát, akkor az így szépen lassan megtérül. Értitek? Tehát, hogy így gyakorlatilag minden évben egy picit jobban. Lehet, hogy meg kéne nézni, hogy a cég, ahonnan hozatom a fát, ők mennyire faragják be, és akkor ezt minden évben le, levonhatnám a... És akkor így lenne egyszer csak egy év, amikor így megtérült az egész. Mert hogy egyébként meg másra nem, nem kell használnom. Bár amúgy azon is szoktam gondolkozni, hogy ha kialakul egy apokalipszis, akkor baltával már nem kell aggódnom. Tehát, hogy az, az már van. Nyilván nem ezzel a céllal, Szerintem nagyon jó balta, narancsárga, Sirius 2020. Mi van az az érzésem, hogy nem ez alapján mérik általában hogy jó egy balta? És csak egy része narancsárga, a többi része fekete. És az a helyzet, hogy a fekete narancsárga balta az nagyon állat. Ilyen pont ilyen kis kezelhető méret. Még azt is el tudnám képzelni, hogy zombikat próbálok vele visszatartani. Jó, értitek? Tehát, hogy nekünk... Nem érzem potenciálisan veszély. Oh, God, hogy ebből még mennyit I kell megcsinálnom. Hú, Ligva miért hagytam ennyit mára? Uh, Almaka, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabad király vagy második hónapja, nagyon örülök, hogy jól érzed itt magad, és használd uh, a továbbiakban is uh, egészség az elképesztően királyom utáinkat. Balta, kérlek, két is kézivéső. Egyébként azt is el tudom képzelni, hogy praktikus lehet ebben, a, ebben az értelemben. Legalább Epic Skin az ára alapján, igen. Jó, én nem tudom már mennyibe került. Szóval hogy így már nem... Ha jól, jól emlékszem, akkor talán 15 ezer forint volt ez a balta. Oké, nem tudom, hogy ez drága egy baltánál. Azt tudom, hogy akkor ott a boltban az volt a legdrágább balta. Nem azért választottam ezt, hanem azért, mert narancsárga volt, de értitek. Fekete narancs tehát obis? A már nem létezett obi, amikor vettem. Vagy akkor már nem volt Magyarországon obi. Ö... Vagy Gerinde, nem az obi men ment, ki. Stop. Lehet, hogy obis. Obis, igen. Obis. Obi van ott, azt hiszem. Melyik ment ki? Ki ment egy bolt, amilyen ilyen és maradt egy másik. A Baumax ment ki. Akkor obis. Akkor obis, igen. Ó, hogy ez a saját színük. Már ez? Erre az információ nem voltam ki kíváncsi egyébként. Um, Szabi nagyon nagyon szépen köszönöm a csírt, nagyon, -nagyon király vagy. Év utolsó csírját tovább jó játékot, én elköszönök, boldog és békés ünnepeket mindenkinek neked is, és jó pihenést! Jó, nem, mindig elfelejtem, hogy melyik ment ki, mert szom, hogy nálunk a 17. kerületben Baumax volt. És azt hiszem, most már Mömax van a helyén, amit szerintem a legrosszabb dílek a legrosszabb díje. Én személy szerint nagyon-nagyon egyszer vásároltunk, kétszer. Kétszer vásároltunk a Mömaxba, és nagyon rossz élmény volt mind a kettő. De lehet, hogy csak én vagyok pekes. Az abban biztos vagyok, hogy egy picit lassabban hozták volna ki az ágyat, akkor mi vittünk volna nekik egyet. De ez, ja, ez a, obi van. A Mömax már nem valami XXL lett? Ja Istenem, én ezt nem tudom követni. Le, lehet, hogy az át, átneveződött XXL-re. Nem tudom. Ú, vagy XXX-re? És az a legrosszabb névválasztás, amit el tudok képzelni egy nem? Kika lett... A Kika lett XXL. Nem mondod, hogy a Kika átneveződött, a Mömax meg maradt. Hogy, hogy tud ez a bolt egyetlen életben maradni? Egy biztos, biztos, hogy, biztos, hogy én nekem, nekem, volt csak rossz, rossz tapasztalatom vele. Mi soha ne vegyetek bútor, trust me. Hát én csak egyet tudok érteni egyébként Szabival. Bár az ágyunk nem rossz amúgy, tehát ami végül megérkezett, az nem, nem rossz. Azt sem mondanám rá, hogy nagyon jó. Mert hogy szeretem az ágyunkat, nagyon meg hatalmas, meg mit tudom én, de hogy uh, nem, az jut róla egy. Hogy... Hát, mindegy. Az anyag minősége, az pocsék. Tehát, hogy az, az teljesen. Tehát, hogy ez egy drága ágy. Tehát, hogy ez egy, ez egy drága ágy. Nem emlékszem pontosan mennyi volt, de ilyen 200 ezer forint körül. Ez a szekrény volt? Mindegy. Szóval, hogy ilyen, ilyen 200 körül rémlik. És. Uh... és teljesen biztos vagyok benne, hogy nem fogja túlélni a következő költözést. Tel teljesen biztos vagyok benne. Nagyon reménykedem, hogy igen. Mindent meg fogok tenni, hogy, hogy túlélje. De teljesen biztos vagyok benne, hogy anyag tekintve nem. Jó van az a szép napot, jó pihenés, neked is boldog karácsony. Nem is tudtam, hogy még itt vagy. Ú, az a a Minecraft streamemen. Miközben egyébként csak ajtókat pakolok egy mennyezetre. Wow, az mennyire. Az mennyire egy izgalmas kontent lehetett. Tehát a mókusos börtön, ami maradt itthon, ha emlékszel, még borzasztó viccemre múltkor. Nem. Az van egyébként, hála az égnek, hogy van valami reli az agyamban, ami azonnal megszünteti gyakorlatilag a Szerintem már azt is, hogy bejusson a rossz vicc a tudatomig, úgy igazán, de az, hogy memorizálásra kerüljön, ez teljesen biztos, hogy ez, az, az nem adja ki. Tehát ez olyan, olyan nem történik. Igen, az Országos Büntetés Végrehajtási Intézetből vásároltam a baltámat. A narancsárga fekete baltámat. Itt ott kicsit véres. 54 x nagyon szépen köszönöm a Prime-ot, 29. hónap, nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Milyen az, amikor Viktornál ugrik fel a. Pingvin. Ugr. Ug... Viktornál ugrik a Pingvin táncos bakelét. Pingvin karcos. De hát ez még rossz is? Szabi, tehát hogy. Ez még actually rossz is? Tehát nem az, hogy csak nem jó, hanem hogy ez így. Szervusztok, kedves Hunter nézők! Üdv! Remélem jól telt a mai... D&D session, mert azt hiszem a D&D órát tartott Hunter. Amit eddig teljesen elfelejtettem, de bevallom őszintén kicsit szomorú vagyok, hogy lemaradtam róla. Minecraftozunk, ha esetleg így nem lenne egyértelmű azonnal. Egy olyan farmot építünk, ami creepereket fog mészárolni magától. A creeperek a zöld robbanó dolgok, Minecraft emblémája. A creeperekről mindenki tudja micsoda. Nem tudom, itt vagy-e még, Hunter? Itt vagy még. Ebben az esetben nagyon-nagyon szépen köszönöm a rédet és uh, kellemes ünnepeket és boldog karácsony. Nyilván Facebookon még lehet, hogy kapsz ettől még egyet, de nem ez a kérdés. Kikéte is kaptam egy rédet? Nagyon-nagyon uh, szépen köszönöm igen, covered. neked is a rédet. Nagyon-nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Neked is uh, boldog és uh, és békés karácsonyt, meg aztán boldog új évet, meg uh, remélem pihensz, bár lehet, hogy te igazából még streamelsz is. Uh, de abban az esetben, ha pihensz, akkor jó pihenést. Abban az esetben, ha streamelsz, akkor meg jó streamelést. És akkor gigenézőknek is gyorsan összefoglalom, egy creeper farmot építünk. Annyi a lényege egyébként a farmnak, hogy automatikusan spanoltat, és aztán lemészárol creepereket azért, hogy nekünk legyen nagyon-nagyon sok gunpowderünk, amiből csináltunk nagyon-nagyon sok TNT-t, és aztán a nagyon-nagyon sok TNT-t arra fogjuk használni, hogy azt a lyukat, ami innen nem látszódik, öö, azt a lyukat ott, azt a kör alakút, azt kiássuk egészen a bedrockig. Ez, ez így nagyjából a, a koncepció és ezen kívül pedig rakétát fogunk bele csinálni, és repkedünk mindenhova. Mind a kettő érkező csapatnak mondanám, hogy Child Wars nagyon, nagyon szépen köszönöm a szabot, nagyon, nagyon király vagy, és ez gyakorlatilag a második hype trénünk egyébként a mai nap folyamán. Nagyon, nagyon szépen köszönöm, srácok, nagyon, nagyon királyok vagytok. Ez egyébként egy hardcore sorozat. A Minecraftnál a hardcore ugye az azt jelenti, hogy abban az esetben, ha meghalsz, akkor törlődik az egész meped, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag elveszted az összes progresszt, mert a Minecraftban ugye nincs mepek közötti progressz. Uh, nincs egyet? I have you covered. Nincs. Gergő, nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabott jajónak. Vardi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Nagyon, nagyon király vagy, köszönöm szépen. Csaba Kazános problémáját be tudod dobni még egyszer? Uh, még mindig tart, srácok? Uh, elég sokan lettünk most úgy újra hogy ha esetleg valaki tud Budapesten vagy a környékén olyan kazánszerelőt, vagy olyan céget, ami vállal kazánszerelést, akkor uh, Gerinde, tök jó lenne, ha meg tudnátok írni, start. ugyanis, uh, ugyanis a community szerverünk főadminja, community egyik oszlopos tagjának tönkrement a kazánja, és próbál nagyon-nagyon gyorsan megoldást keresni erre, és hogyhogy hogy nem, nem nagyon könnyű. Közben nagyon-nagyon szépen köszönöm Vardinak az újabb adag csírt, és Viki, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Az év utolsó csírja szó ö, tőlem, szóval menjen ez a vonat, csúcsú! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon király vagy. E, Mindennyian, mind a ketten nagy nagyon, királyok vagytok. Um, uh, hogyha tudnátok bármi ilyesmi cégről, emberről, akármiről, akkor azt kérlek jelezzétek. Mi a hibája a kazánnak? Halvány elképzelésem sincs. A tönkrement elég tág. Így van. Én, uh, Ennyit. Én ennyit, ennyit, ennyit tudok róla. A hőcserélő szelepes gond. Azt hiszem. Igen, a hőcserélő szereppel van baj, amitől én nem tudok semmi se többet a dologról, de hogy, de, hogy, de hogy így már nevesíteni tudtuk a dolgot. Ó, Gergőnek sikerült a névváltása. Menőz! Ilyen gyorsan megcsinálható. Énkor mindig eszembe jut, hogy egyszer, a jövőben egyszer. Get in there. Uh, I keep back, talán, talán, ismétlem, talán. Uh, nekem is sikerül visszaszereznem az eredeti Pingvin harcos felhasználómat. Uh, Viktor, most a Minecrafton burkolsz? Ez történik, Szabi. Vikin, uh, nagyon-nagyon szépen köszönöm az újabb hatalmasodak csírt. Akkor már nekem is az utolsó csírem, így az év végén. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, de te rám költsed a pénzedet, jó? Get in there. Hát te még moderálsz is, meg dolgozol itt azért, hogy a stream itt tök jól menjen, aztán még utána pénzt is küldesz, meg minden. Ez nem, nem teljesen így működne egy jól működő világban. Azt remélem azért te is látod. Uh, Pepe, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Nagyon-nagyon király vagy. Csú -csú. I have you covered. Leon nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabad. 9. hónap, nagyon-nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Hill House, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. I'll keep you bad, ez nem az összes fánk volt, ugye? Nem akarok menni, men megint menni fát vágni. Oh. Ne tudod, I have you covered. Um. Hill, uh, Hill nak meg volt. nagyon, nagyon szépen köszönöm a donation-t. Nagyon, nagyon király véd. egy pillanat, csak megpróbálom nem faceplantálni magamat. Ó, oh, nem már! Hát ilyet szép lett volna lemenni. Végül is ez egy megoldás. Um, csak hogy eszedbe jutassam az volt a sztori, hogy Veszprémben Tesco mellett, ami az Obi és a Börtön szomszédjában van, ült a két idő... Ja, igen, ó, igen, vágom. Vágom, tesi. Ó, igen, vágom. Palidi, nagyon szépen köszönöm a, a cheart, és Stefanusz uh, Stefanus Rex, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked is a csírt. Ha már csúcsú egy picivel beszállnék, kellemes ünnepeket kívánok neked asszony pajtásnak is ennek a csodás communitynek. Nagyon-nagyon community szépen köszönöm, és nagyon-nagyon király és neked is kellemes ünnepeket. Szabi, Neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt, ez az összes maradék bitem, lul, boldog karit, uh, legkedvesebb streamerem, ezt aztán, Dave, meg ne hallja, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, és uh, nagyon, nagyon király vagy. Nekem volt uh, kazán gondjaim rendszeresen, szóval szoszol értek ehhez ahhoz. Ja, én nem. <laughs> Nekem is voltak kazán gondjaim, amúgy. Vagy hát ez nem kazán, ez... Vel, uh... well, ez nem tudom, szerintem az... Végül is azt hiszem, ez az kazán. Na mindegy, szóval nekem is voltak a fűtéssel gondjaim. Neked is boldog karácsony, Trimond! Oké, okay, ez még fa. Pont scam trainre értem ide? Igen! Igen, éppen dübörög a scam train. Másodszor. Másodszor, úgyhogy ez már... el is engedhetjük részemről egyébként én szerintem. Egy scam train, bőven elegendő egy embernek egy streamben. A gázalapú is kazán. Ó. Oh. Uh, nagyon szépen köszönöm a csírt. Nagyon, nagyon király vagy, köszönöm szépen. Well, őszintén szóval nekem eszembe se jutott, hogy bármilyen alapú lenne, mint sem gáz. Szóval végül is akkor jó hír, hogy tudom, hogy a gáz, a gázalapú is kazán. Mert akkor nem vagyok teljesen eltévedve a kazánokkal kapcsolatban. Get in there. I Gergő, nagyon -nén szépen köszönöm a csírt, nagyon nagyon király vagy, kellemes ünnepeket neked is, neked is, és jó pihenést. És lévintre neked is nagyon-nagyon nagyon nagyon szépen köszönöm a csírt. Bár tudom, nincs már QA, viszont jövőre tervezek ilyen hosszabb távú biciklizést, és téged, mint veterán biciklist szeretnének kérdezni, hogyan érdemes a pedál. Oh, ne! Oké, okay, nem sérültek a ládák. Uh, hogyan érdemes a pedált nyomni hosszabb távon? Lábújhegyjel vagy sarokkal? Sehol nem érdemes sarokkal nyomni a pedált. Tehát, hogy se rövid távon, se, semmilyen távon nem érdemes sarokkal nyomni a pedált. Tehát, hogy az, az, egy, az valószínűleg egy hibás berögződés. Ebben meg hallhattam volna? Nem, van a kezembe egy a Szóval, hogy hegyel érdemes. Nem a lá... Tehát, hogy e... Van az a párna a lábújhegy végénél, tudod, ahol a legszélesebb a talpad, meg ilyenek, azzal nyomod a pedált mindig azzal nyomod a pedált. Ha nem azzal nyomod a pedált, akkor nem, nem tartod jól a lábad. De hogy azzal nyomod a pedált. Esetleg a talpad közepéig még elcsúszhat, mit tudom én, de lábújjal. Csaba, uh, update, sikerült annyira a apummal összerakni, hogy már fűtés lesz, de meleg víz nem. A 100 literes tartályban a hőcserélő mehetett tönkre, összeengedi a kintről bejövő vizet és a házvizét, és emiatt lesz nagy a nyomás, amire elengednek a nyomás cuccok. Na, kicsit. Igen, nem, sarokkal nem tekerünk biciklit. Uh, Vardi, nagyon, nagyon szépen köszönöm a csírt, és lovaglok, neked is nagyon, nagyon szépen köszönöm a csírt. Firementem. oh, fire mentem. Talpárnának hívják, Viktor. A talpárnával nyomjuk a pedált. Hosszú, hosszú távon biztosan. Rövid távon valószínűleg meg lehet, meg lehet úszni a... Uh... Rövid távon megúszod, mert nem fájdul meg tőle semmi. Oh, ez volt az összes fánk. Hol tartunk? Oké, okay, nem kell már olyan nagyon-nagyon sok. Oké, okay, ennyi nem kell. Igen, igen, abban is, abban is teljesen igazolom a gumimaci kapitánynak, hogy az ott gyakorlatilag egy, egy ilyen csillapítási dolog arra, hogy kevesebbet kapjanak a, a többi ízületeid. Funk poén volt már? Én egyébként ma még nem láttam. De lehet, hogy csak azért, mert uh, megvakultam specifikusan a, a fankrelated funk poénokra. Már írt a vadavar. Igen, valószínűleg akkor it. csak meg, megvakultam. Oké, okay, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándék szabad Goffrinak. Nagyon, nagyon király vagy, köszönöm szépen. Csak 1 2 64 Az 1 2 64 az nem olyan vészesen sok egyébként. Ezt azért így hozzátenném, hogy ez nem olyan vészes... a oh crafting table. Ja, elvitte a creeper a crafting table-t. Szóval ez már nem olyan nagyon vészesen sok. Ennél egy kicsit több. Nem is kicsit több egyébként. Ja, oké, okay, ennél azért több. Szóval kell valamennyi fát vágnunk, de nem kell mondjuk az újraültetésbe beleakadnunk. Szabi megy vagy jön? Ó, vagy ki lett Oh, Ó, Szabi megint ki lett Ö, ebben az esetben kellemes ünnepeket, jó pihenést, jó streamelést. Találkozunk januárban az alap annak a számnak a mérete alapján. Hány nap egyébként a, 632.643 másodperc? Kérte a nagy Teót, ja, Szabi az... Szabi így köszön el. Nem, egyszerűen annyira király a stream. egy hetet kért. De az mondjuk most le fog ketyegni, mert nem nagyon streamelek abban az egy hétben. Ezt így csendesen hozzátenném. De hogy most pontosan... Szóval, hogy ő azt szokta egyébként, hogy kitióztatja magát, és úgy megy el dolgozni. Aztán egyszer csodálkozik, amikor kap egy olyan bant, hogy a lába nem éri a földet. És aztán csodálkozunk mi, amikor igazából ennek örül. Mi is pontosan a teó? Timeout? Uh, nem tud írni csetre addig az ideig, ameddig le nem telik a TO, ami most ilyen, érted, így függ az időtől, tehát van aki mitől mennyi, tehát hogy mi általában nem szoktunk ilyen, tehát a, a mikor ezt Minecraft kérdésre egy napjára automatikusan, de amúgy ilyen pár perces, max 10 perces to kat szoktunk osztogatni, kivétel természetesen Mr. Backseat Bálintnak, aki uh, szerintem az élete egy bizonyos pontján úgy, úgy döntött, hogy őt nem érdekli a backseat szabályunk, és így az, azóta ez szerint él. Ami egyébként, tehát hogy tudom, hogy ezt nem szabadna beismernem, mert még a végén valaki így úgy magára veszi a dolgot, és itt csendesen elmondanám, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, tehát ebből nem csinálunk rendszert, de hogy valahol tisztelem. Tehát hogy így, értitek, ő így, ő így úgy döntött, hogy őt ezt a, ez az egész halandó backseat dolog, ez így annyira nem érdekli, Úgyhogy ö, át is nevezte magát egyébként Backseat bálintra vagy bálint Backseater, valami ilyesmire, és ö, ő, ne, ő azt hiszem Backseatért kapott már 11 nap TO-t. Igen, tehát ő, ő volt, hogy 11 napig nem tudott írni, és aztán, mert egyébként ő eldöntötte, hogy hogy éli az életét, és neki aztán holmi szabályrendszerek nem fogják ezt megmondani, ö, a 11 nap után visszatért, és gyakorlatilag a köszönés helyett Backseatelt egyet ami szerintem már, már olyan szintű dedikációra val, hogy ezt így, így, így ezt nem is tudom pontosan, tehát, hogy ő az elvek embere, igen, tehát hogy ő így, ő így úgy döntött, hogy ő ezt így, ő ezt így elmondja, értitek, tehát hogy ő igen, ő egy ő fekete, üle, fekete öves hátsó ülés bajnok, ahogy, ahogy is, ahogy is mondja. Őt nem, értitek? Tehát nem lehet ilyesmivel összezavarni. Ráadásul uh, annóztunk akkoriban, és az annóban azért ott lehet backsitálni. Na nem annyit, mint a Minecraftban. A Minecraft az gyakorlatilag az igazi. Uh, a Minecraftban egyetlen egy komoly taktikai előnyöm van a Backsiterekkel szemben, hogy az esetek többségében tudom, hogy mi van. Nem mindig tudom, hogy mi van, de az esetek többségében tudom, hogy mi van. És... Uh, itt, még az a. az, a cucc, az működik tovább. Úgyhogy um, úgy, ezért nem kell feltétlenül hatalmas viaskodásokat űznem vele, velük. De hogy. Um, Brexitnek minősül, azt ha mondom, hogy nincs söröm, hát az attól függ. A játékban nekem az a célom, hogy adjak neked sört. Mert ha igen, akkor igen. Nem, akkor sem. Nem, nem minősül. De van egy nagyon jó doksim. Írtam egy nagyon jó doksit a Brexitről amit én nagyon jónak tartok. Lehet, hogy más nem. De szerintem egy nagyon jó doksi a Igazából tudok legalább két csatornáról, ami majdnem egy az egyben átemelte, úgyhogy azt mondanám, hogy ez egy nagyon jó doksi a Szerintetek ez elég? Tételezzük fel, hogy ez elég. Mi baj lehet? Bárófon von blokkipo... Egyszer ki fogom mondani elsőre, jól. Bárófon von Blokipoz... Nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot. Nagyon, nagyon király vagy. 16. hónap. Köszönöm szépen. Ez a doksi valahol megtekinthető? Igen. A backseat parancsnál ott van. Egy gyakorlatilag három sorra. Nem. Ott, 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 ott a doksi. Fából van, persze, hogy elég. Tehát egyet a backseatről? Ácsi! Én backseateltek, hát az enyém a csatorna! Hát nyilvánvalóan ez az értem, én azt csinálok, amit akarok. Én még azt is megkérdezhetem magamtól, hogy mikor lesz Minecraft stream. Általában ennek ellenére nem tudok rá válaszolni, és próbálom kerülni is, hogy megkérdezzem magamtól, hogy mikor lesz Minecraft stream, de hogy, de hogy ha, ha kedven van hozzá, megtehetem. Akkor Viktor, most légy magad. <laughs> Látjátok, még Gigének is tetszik. Hát még Gigének... akkor nem lehet egy rossz leírás. Mármint azért alapvetően Gige így nóz hissit. Na, ez valahogy hogy én nem készültem feltétlenül arra, hogy a mai nap még kapok egy ilyen elismerést. Szélen kimaradt egy, nem? Ó, remélem nem, de megyek, megnézem. Az elég pontjára kérhetek egy badum? Tessék. Ú, uh, egyszer majd azt is megnézem, akkor... Oké, okay, egy... Ó. Oh. Erre gondolsz. Oké. Okay. Ha végzünk a fával, akkor meg kell csinálnom fent. Uh, nem lesz elég. Elég lesz. Van még ezután emelet? Nyilván van. Oké, okay, mindegy, remélhetőleg elég lesz. Ó, oh, ez nincs kivirágítva. Itt akár ránk is volna valami szörny. És meg is hallhattunk volna. Egyként az, hogy ide nem spanolnak szörnyek, az azt jelenti, hogy jó magasságba építettem. Mert ugye amikor lent a, amikor fent vagyok, akkor túl közel vagyok, szóval nem tudnak spanolni a szörnyek. Amikor lent vagyok, akkor viszont túl messze van a farm, és azért nem spanolnak szörnyek. Szóval ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó jel, hogy nem spanolnak be csak úgy szörnyek. Aztán majd nyilván kell egy, kell egy afkoló zónát csinálnunk, ahova fel kell állnunk. Azt most nem tudom, pontosan milyen messze kell lennie, milyen messze is kell lennie az afkolózónának, milyen, tehát a játékoshoz milyen távolságra? Oh God, nem lesz elég. Oké. Okay. Semmi baj, semmi baj. Ez egy puska porfarm, így van. 25 blokk. Na, akkor még egy afkolózónát építünk majd fölé. Uh, ez a kérdés egy csapda. Nem, nem, ne, nem, kérdeztem, kérdeztem, olyankor szabad válaszolni. Az nagyon-nagyon-nagyon gonosz dolog lenne, hogy kérdezek, válaszolnak, azt kivágom őket. Bár egyébként nem azt mondom, hogy nem történt soha. Uh, volt, volt már erre precedens, mert néha dűnyögöm magamban, hogy hogy kéne ezt megoldani. És ugye ez nyilván a hangadása annak, hogy gondolkozom a feladaton. És aztán valaki leírta, hogy hogy kéne megoldani. És így álltam, hogy Dude... Most már próbálok erre figyelni, egy, hogy ne dűnjögjem ne ezt, kettő, hogy ha dűnjögöm, akkor ne to utána senkit, de hogy tudom, hogy volt már, aki kapott ezért TO-t. <laughs> Innen egy kicsit mókás. És nyilván mind a két oldalnak egy kicsit igaza van. Tehát, egyik oldalnak sincs egy az egyben igaza, de mind a kettőnek egy kicsit igaza van. Utolsó szint! Ó, Kurosi például lett már így, Teózsa. Mert, hát. Jó van, de te megérdemelted. Mármint ő nyilván... nyilván nem. Hogy... Nem, de hogy is. Nem. Na, de... é! Én is kaptam már ilyet. Ja, ja, igen. Sajnos benne van, hogy úgy hangzik, mintha kérdeznék, de közben gondolatban nem kérdezek. Istenem, ennyiért kell most megint legyalogolnunk, keresnünk fákat, kivágnunk a fákat. Az nem jó fa, az nem jó fa, az nem jó fa. Csak azok a jó fánk. Az se jó fa. Hihetetlen egyébként, hogy nincs a környékünkön jó fa. Szóval én is kaptam ilyet, mondjuk tényleg backseat volt. Na látod. Cyberpunk alatt ezek szerint nem is keveset backseateltem, mégse kaptam T.O.-t. Szerencséd van, lehet, hogy nem volt ott moderátor. Azért megy a T.O., mert rosszul szigetel Viktor feje. Fel. Közben amúgy true, csak... Nem nagyon szép kifejezés ez. Csak bondom. I have you covered. Oh wow, ez fel ezt a projektet. Már Márk Bodó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, nagyon-nagyon király vagy, üdve csapatban használ az elképesztően király a csak sok szeretettel várunk Discordon, és januártól, ha kitöltöd a docsit, akkor a Minecraft szerveren is. Decemberben már nem vállalunk arra fölrakást, így emberek fölrakását, mert uh... Jó, tudjátok mit? Ez most nem olyan fontos, hogy ez a balta jó legyen, azt mondjuk, hogy megoldjuk. Nincs is annál jobb, mint van idegen emberek játékélményét elrontani, uh, a meglepetés élmény módszeres megfosztásával. Én azt hiszem akkor, tehát én, én nagyon sokáig, engem nagyon sokáig nem érdekelt a backseat egyébként a oh, hello. Akkor, tilteltem tiltáltam ki egyszer nagyon, amikor a a Fallen order játszottam, és gyakorlatilag két mozdulat lett volna hátra, hogy befejezzünk egy dolgot, egy feladatot, és leírta a csávó az egészet. És így álltam, hogy... És így tudjátok, én nem tudom, pár órája már így dolgozunk vele, és hogy alapvetően volt egy megoldásunk, nem az, amit eredetileg terveztek, de volt egy megoldásunk. És így beírta az egészet. És mikor így állsz, hogy... Jó, ne csináld. Win10-es Minecraft szervert mikor tervezek? Nem mostanában. Nem, nem, nem mostanában. Ne haragudj, izárgúd. Biztos vagyok benne egyébként, hogy valamennyi játékos összejönne azon is. Biztos vagyok benne. Lehet egyáltalán olyat? De tíz főset biztos, hogy lehet. Meg gondolom a Mojangnak tudok fizetni azért, hogy hoztaljanak nekem szárvárt. Szia Viktor! Nyilván azóta se szimpatizálsz azokkal a... Aj, nem már. Nem. Nem, köszönöm. Főleg nem ilyenkor. Lol, de hogy is. Nem, de hogy igazából nem is annyira izgat. Tehát így nem is nagyon követem, hogy mit csinálnak jelenleg. Mondjuk egyébként, ha meg megszoktak hívni emberek podcastekbe beszélgetni adott témákról, akkor oda el szoktam menni. Tehát, hogy ez ilyen tök fura. Viszont, hogyha szignifikánsan nem módosítanak a módszereiken, euh, akkor nem akarok nekik coverage biztosítani azzal sem, hogy én elmegyek az ő podcastjükbe mondjuk. Úgyhogy... Euh, úgyhogy hiába megyek el általában nagyon-nagyon szívesen. A, itt ilyen nagyon-nagyon fundált, tehát a, a, rend, ha most rendvideósokkal kapcsolatos kérdés jött egyébként, a rendvideósokkal nagyon-nagyon komoly fundamentális problémáim vannak, amivel nem tudok azonosulni. Ö... És nyilván nem rajtam múlik Hogy most én biztosítok-e nekik coverage-et Vagy nem De hogy én úgy érzem, hogy ö... Hogy ez a hozzáálláshoz nem szabad Egyébként Tehát, hogy azokhoz a módszerekhez, ahogy ők csinálják Azokhoz nem szabad Úgyhogy ö... Úgyhogy, ja Nem lesz jó, nyilván nem buták. Nagyon is értelmes egyébként a legtöbb. Ezért zavar nagyon, hogy mennyire, mennyire végtelen nyakatekert. Ten idióta mégis, ahogy csinálják a dolgaikat. Vannak elvek, amikből nem kívánsz leadni. Vannak, igen, vannak. Tehát, hogyha tényleg megfelelő kutató és nem, és most nem is azt mondom, hogy nekik, mint random embereknek az interneten, az én szavam miatt bármit változtatniuk kéne. Én szerintem igen, de hogy nekik ettől függetlenül nem kell úgy érezniük, hogy változtatniuk kell. Uh, viszont ez egy másik kérdés, hogy én én bizt, én uh, tudok-e bármilyen szinten azonosulni azzal, ahogyan csinálják a dolgokat. Igen, nekem is, nekem is egy kicsit az az érzésem, hogy... Uh... Szóval, ha majd fele annyira csinálják blikkesen a dolgaikat, mint amennyire csinálják blikkesen a dolgaikat, akkor majd, akkor majd újra értékelem, és ez most közben nyilván nagyon hülyen hangzik, mert egyébként meg pont az imént vallottam be, hogy nem követem, hogy jelenleg hogy csinálják a dolgaikat. Szóval akár lehet, hogy fele annyira blikkes is már. Abból, ami viszont eljutott hozzám, az alapján nem. <laughs> Tehát, hogy az, az alapján, az alapján sajnos nem. Uh, nem tűnik úgy, hogy ebbe az irányba haladnának a folyamatok. Aztán lehet, hogy tévedek. De őszintén szólva teljesen jól meg vagyok. Az a hatalmas dolog egyébként, amit emberek hajlamos kell felejteni, hogy. Uh, hogy én nekem nyilván megvannak az elképzeléseim a különböző dolgokról, és nyilván teljesen tök jól élek úgy, hogy mások nem így gondolkoznak. Pont tegnap volt egyébként egy ilyen, most ebben nem menjünk bele nagyon mélyen, mert alapvetően nem karácsonyi téma, tehát most nem kell a csetnek kifejteni a véleményét, nem, ez most nem egy ilyen vélemény kifejtős rész, csak így elmesélem a sztorit, hogy tegnap Megint felkerült engegre egy olyan poszt, ami, ami a gyerekek fizikai bántalmazását uh, glorifálja, tehát a gyerekek, gyerekek nevelési célzatú fizikai bántalmazását uh, hiányolja a világból, és tartja gyakorlatilag a legjobb dolognak, ami történt a világgal. És uh, most ebben a, ebben a szituá, egyébként én, én ezt végtelen, végtelen felháborítónak tartom egyébként, Uh, olyannyira, hogy gondolkozom rajta, hogy a nengeget, mint olyat, ott hagyom, mert hogy gyakorlatilag mostanában két naponta van egy-egy ilyen poszt, és uh, általában elkezdem uh, alatta olvasgatni a, a kommenteket, amit nem kéne tenni egyébként. Uh, és nagyon-nagyon sokan érvelnek amellett, hogy a nevelő szándékú fizikai... Itt mossák el a bántalmazás fogalmát egyébként, de hogy a nevelő szándékú elfenekelés fizikai, tehát hogy nem tudom pontosan erre, mi a jó szó magyarul, de hogy ö, én ezt így, ez fizikai erőszaknak tűnik részemről bárhogyan gondolkozom, de hogy mindegy, biztos van erre valami szó, amivel megkerülik azok, akik ezt megmagyarázzák. Az... Ö, az részem, az, 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 teljesen elfogadható, és akkor ugye ezzel kapcsolatban érvelnek, és, úgy, és ezeknél az embereknél általában ugyanazok az érvelési pontok szerepelnek újra és újra, és tegnap kifejezetten felhúztam magam ezen, egészen addig, hogy uh, mi lenne a párom, szerinted mi lenne a párom állásfoglalása erről a dologról, tanult pszichológusként, aki ráadásul fiatalokkal, gyerekekkel és kamaszokkal foglalkozik elsősorban. Vajon mi lehet az állásfoglalása? Csak nem a tudományos álláspont, miszerint szerint no. Tehát, hogy abszolút whatsoever no go. Egy, kettő, három, négy, De mindegy, most ebben ezzel kapcsolatban tényleg nagyon sokat lehet vitatkozni, nem nem is nagyon fogok, azt akarom ezzel elmesélni egyébként, hogy tegnap elkezdtem magamat ezen felhúzni, meg egyre jobban pörögni rajta, és, és aztán észrevettem egy ilyen sémát azok között, akik ugye ennek a, az érvelésén, tehát akik emellett érvelnek, és észrevettem ugye visszatérő motivumokat, amelyek egyébként nem valós, tehát hogy, hogy nem érvek. És aztán így rájöttem szépen lassan, hogy Alapvetően, nyilvánvalóan elvi szinten zavar, mert valószínűleg, ha ő neki lesz gyereke, úgy fogja nevelni, de hogy most tegnap este éppen engem zavart-e bármiben, vagy ha igen, vagy érted, miben zavart az, hogy. Hogy ő mit beszél az interneten. Miközben egyébként, tehát hogy konkrétan úgy nézett ki a beszélgetés, hogy az egyik oldalon uh, kutatásokra linkelések voltak, hogy ezt olvasd el, azt olvasd el. Uh, a másik oldal meg beböfta, hogy jó, de a kutatásokról nem tudjuk, hogy készült. És így jó, de a kutatásokra tudjuk, hogy készült. Ezért kutatás, mert le van írva, hogy hogy készült. Uh, és akkor általában tudjátok ilyenek, hogy személyes tapasztalatok voltak mindig kiemelve, meg hogy ő, az, az, ő környezetében nem látott még olyan embert, aki, aki, aki normális emberré vált, anélkül, hogy nem verték rendszeresen, vagy nem verték bizonyos alkalmakkal. És az, amikor így ilyeneket olvas az ember, ö... Gondolom, a mester szintén azt nehezményezi, hogy anélkül véleményezik a munkásságet elég komolyan, hogy ők azért nem kérdezik meg a mértekre például. Engem az is zavart, igen, tehát engem az izzavart de hogy az én esetemben flat hazudtak. Tehát, hogy flat, flat hazudtak. És és ezt bevallom, őszintén nem tetszik. Különösen nem tetszik, hogy egy fizetős rendezvényen húztak be egy flat hazugságot. Na mindegy. Szóval, hogy és akkor így nyilván erre van egy csomó ilyen gondolatom, amit, amit ezekre mind rá lehetne fűzni, de itt tudjátok, amikor észreveszitek, hogy, hogy egy adott eszköz eszközkészlettel dolgozik, ami azok számára, akik ugye egy, a vita kultúrában jártasabbak, azok tudják, hogy nem érv. Tehát, hogy tudják, hogy a személyes tapasztalat, az nem minden vitában lehet érv. Abban a vitában lehet érv, hogy te nem szeretnéd megenni a spenótot. De abban, az, abban a vitában, hogy általánosan hogy működnek az emberek, abban az, az ilyen jellegű vitákban nem lehet érv a személyes tapasztalatod, ugyanis nem feltétlenül lehet alátámasztani, tehát egy nagyon szűk mintavételről van szó. E, és nyilvánvalóan, ugye a kutatások a másik oldalon, meg egy lényegesen, lényegesen, tehát összemérhetetlenül nagyobb mintával dolgoznak. És aztán így, amikor erre így rájöttem, akkor itt tökre megnyugodtam, hogy igazából most arra kényszeríteni engem valószínűleg senki nem fog, ha lesz van a gyerekem, hogy, euh, hogy megüssem. Úgyhogy, mint ilyen, az biztos, hogy más nem fogja megütni a gyerekemet. Tehát, hogy mondjuk iskolában nem fogják megütni euh, elsősorban azért, mert nyilván ha ő megütik a gyereket, akkor én meg megüthetem őt. Mert hogy nekem ez egyébként teljes csubakka, hogy a társadalom semmilyen rétegében nem elfogadott egyébként a fizikai ö, agresszió, de hogy a gyerekekkel, akik ki vannak szolgáltatva, meg igen. Ö, teljes, teljes csubakka egyébként az egész gondolatmenet. Nyilván valami ez nem azt jelenti, hogy nem lesz nevelve a gyerek, hanem azt jelenti, hogy nem lesz ütve a gyerek. Ö, és ezt nagyon-nagyon sokan, sokan összekeverik. Ö, de, hogy, de hogy egy ilyen Egy ilyen érdekes felvetés, amúgy, hogy őszintén, hol érdekel engem? Nagyon sajnálom azt a gyereket, aki ott van. Tényleg, nagyon sajnálom. És e, majd olyan helyzetben van, de hogy, de hogy ez nagyon-nagyon jól van kutatva, és nagyon-nagyon és szépen, szépen fel van vázolva. Szóval, hogy nekem nem kell feltétlenül azon aggódnom, hogy Józsika az interneten, nem jut eszem, nem is honnan tudnám a Nick nevét egyébként értek egy random nengek felhasználó, vagy még több random nengek felhasználó, fel tudja dolgozni azokat az információkat, amiket kap, vagy nem tudja feldolgozni. És, és ezt én hogy sehogy. Az ég egyet a világon sehogy. Nem erről van most szó, kis RT, ezért nem kezdtem el erről most ö, nem akartam elkezdeni, elkezdtem, nyilván látom, de hogy ezért nem akartam erről vitát kezdeményezni, nem arról van szó, hogy mindent hagyni kell a gyereknek. Egyetlen nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy milyen eszközeid vannak, amikor olyan történik, aminek szerinted nem kéne történnie. Tehát amikor úgy érzed, hogy valami olyasmit tett, vagy olyasmit történt, ami nek nem úgy kellett volna történnie, vagy ami viselkedés formáját tekintve nem megfelelő, akkor milyen eszközökkel reagálsz erre? Erről van szó, tényleg nem arról van szó, hogyha nem ütöd a gyereket, akkor nem neveled a gyereket. Ez egy nagyon primitív hozzáállás egyébként. Nem, te nem ezt mondtad amúgy, és ezzel szeretném kiemelni, hogy nem téged primitívezlek le, hanem ez gyakorlatilag egy eszköztelen, értitek, ez egy eszköztelen hozzáállás. És amúgy hozzáteszem, hogy számomra a mai napig nagyon-nagyon fura, értem, hogy hogy alakult így, és értem, hogy miért van így, de számomra egyébként a mai napig nagyon-nagyon fura, hogy ahhoz, hogy gyereket nevelj, ahhoz aztán még egy könyvet se kell elolvasnod. Tehát, hogy nem, nem várnak el tőled semmit. Ahhoz nagyobb az elvárás, hogy egy villás targoncát vezess, mint ahhoz, hogy egy gyereket nevelj. És, és azért ebbe, ha belegondolunk, és akkor most nem azt mondom, hogy vizsgához kötném a gyereknevelés, vizsgához kötném egyébként a gyereknevelés, de hogy most éppen nem ez az álláspontom, de hogy legalább elvárt lenne az, hogy gyerekneveléssel kapcsolatos könyveket olvassunk, és itt most nem arról van szó, hogy kereszténynek neveljük -e a gyereket, vagy nem, hanem arról van szó, hogy mondjuk mit tehetsz akkor, ha a gyerek mondjuk hisztizik. Csak módszereket, érted? Ez nem, ez nem vallás vagy hit hitkérdése, hanem eszközöket ad emberek kezébe. És nekem egyébként a jelenlegi társadalom felépítésben az is nagyon fura, ha már itt tartunk, hogy a kutyáknál ez egy egyre inkább elfogadott gondolat. Nem fogadja el mindenki, de egyre inkább elfogadott gondolat, hogy nincs rossz kutya, csak rossz gazda. De hogy valamiért a gyerekeknél ez ilyen, ez ilyen teljesen hihetetlen. kollégének könyvből a gyerekét bent, a sátán lányának hívjuk. Oké, okay, de hogy az, az, nem a könyv hibája feltétlenül, hanem attól ő még lehet ugyanúgy idióta. Sőt, az is lehet, hogy rossz könyvet választott. Tehát az, hogy valamivel, valamivel foglalkozol, azt nem, soha nem szabad, cse... tehát hogy soha nem a könyv lesz a hibás. Ha a könyvből tanultakat valaki vagy rosszul használja, vagy a végeredmény rossz lesz, ne viccelődjünk már. Tehát, hogy ne csináljunk már úgy, mintha... Tehát, hogy ilyen fundamentális alaptételeket légy szíves, ne vitassunk, hogyha valamivel valaminek a művészetet, valamivel kapcsolatban elméleteket ismersz meg, különböző megoldásokat ismersz meg, akkor jobban fel leszel készülve, mintha nem ismersz meg elméleteket, vagy különböző megoldásokat. És itt most mindenről, mindenről van szó. A világon mindenről. Tehát nyilván egy csomó mindent meg lehet csinálni, csak úgy saját kútfőből. De hogy általánosan kijelenthető, hogy minden jobban fog sikerülni, ha foglalkozol mások tapasztalataival, akik azt már megcsinálták. Azon, hogy az örökbefogadásra sokkal komolyabb sokkal komolyabb hát, ö, dolgokat kell teljesíteni, mint ahhoz, hogy saját gyereket nevelj. Ami nyilván azért van, mert a biológia így épül fel, tehát, hogy nem mondhatja senki egy anyukának, hogy... Uh, hát ez a gyerek megfogant. Uh, nem fogod te nevelni, ha nem tanulod meg. Mert ezt a rendszer se bírnál, a gyereknek se feltétlenül lenne jobb, tehát, hogy annál már jobb az, hogyha a saját szülei nevelik. De hogy nekem maga a felvetés nagyon-nagyon fura, hogy nem kell. Az ég világon semmit. Tehát hogy van egy 18 éves lány, biológiailag alkalmas már arra, hogy gyereke legyen, akár fiatalabbon is. És ez így, ezzel mindenki oké. Okay. Ja, abszolút értem, hogy azzal sem vagy teljesen tisztában, hogy te magad hogyan reagálsz a stresszre, és mondjuk te magad nem tudod helyén kezelni azt, hogy mik azok a pontok, amikkel ha konfliktusba kerülsz, akkor, akkor ezt nem fogod tudni jól kezelni. Tehát az önismeret is teljesen hiányzik, de majd képes leszel felnevelni valakit. Mármint úgy, hogy értitek, tehát hogy a lehető. Tehát a, a a lehető legjobban képes lesz természetesen, de nyilvánvalóan minél több... Minél jobban felkészülünk valamire, az annál jobban fog sikerülni. Én egyáltalán, itt szabolj, abszolút egyetértek, hogy abból felháborodás lenne, és teljesen jogosan lenne felháborodás. Ettől függetlenül végigrángatnám a szülőket egy képzésen. Érted? Hát, ha megragad valami. Simán lehet, hogy nem. Tehát, hogy most nem fog hazudni, simán lehet, hogy nem fog megragadni semmi. Simán, simán, lehet, hogy nem fog megragadni semmi. De hogy... De hogy hát, ha... És mondom, nem arról van szó, hogy most ilyen eszméket tanítsunk, hogy a könyvben az legyen, hogy azt kell tanítanod, a gyerekednek, hogy fogadja el a melegeket. Nem, nem, nem iszére gondolok, uh, ilyen jellegű gondolatokra, hanem mondom olyanokra, hogy abban az esetben, ha úgy érzed, hogy teljesen eszköztelen vagy, ez és ez és ez lehet a probléma, egy-egy konfliktusnál fontos belátni, hogy uh, hogy mondjuk lehet, hogy te vagy sokkal feszültebb, mint kéne, értitek? Tehát, hogy uh, hát az ő esetében azon egyébként irengárd, hogy az idióták, akkor is idióták, ha egy könyvet olvasnak. Nagyobb esélyük van egyébként arra, hogy ne legyenek. Sokkal nagyobb esélyük vannak, mint a képzeld el, hogy azt se olvasta volna. Képzeld el, ha mondjuk Facebook csoportokból próbálta volna elsajátítani azt, hogy mit vegyen a gyerekének 18. szülinapjára. Fú, azt, azokat a posztokat nem kívánom senkinek. Ö Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ez a megváltás is az egyetlen jó megoldás, hanem, hogy lehet, hogy jobb, ha eszközöket adunk az emberek kezébe. Ja, na mindegy. Szóval ez jutott eszembe, és ez jutott eszembe most a rendvideós témáról, hogy, hogy engem őszintén szóval nagyon-nagyon zavart, amit ők mondanak. Uh, tényleg nagyon-nagyon zavart, nem volt egyet, tehát még évekkel ezelőtt. Én egyébként magamtól ezt a témát soha nem hoznám fel, ha nem hozná fel a cseten valaki. Szóval nagyon-nagyon zavart a téma. Uh, amit, amit mondtak, és különösen zavart, ahogy mondták, és ami a legjobban zavart az az, hogy a nézőik benyalták. Tehát az zavar a legjobban. Uh, mert hogy ők ilyen szabadságharcosak, és akkor már igazából nem várunk el tőlük semmilyen minimális, minimális önkritikát sem. És... Uh, és ezek, ezek tényleg zavartak. És aztán rájöttem, hogy igazából nem vagyok benne százszerzelékig biztos, hogy kell, hogy zavarjon. Tehát, hogy pontosan miért számítana a véleménye valakinek, aki még bizonyíthatóan a videóimat se nézte meg. És nem arról van szó, hogy a streameket nem nézte meg, mert ám legyen. Hanem nagyjából tolt egy most egyébként konkrétan Marcirak a két évvel ezelőtti véleményjelentésre gondolok, tehát ez most teljesen megváltozott, mit tudom én, abból teljesen egyértelműen lehetett tudni bizonyos mondataiból, hogy még a QA videókat sem nézte meg. Tehát, hogy nyilván én is tudok véleményt nyilvánítani róla, ez alapján csak nem fogok. Azt az egyet tudom, hogy az én esetemben ott, abban a vitában nem tette meg. Öhm. és ez szerintem ez, ez, zavart nagyon. Viszont az a helyzet amúgy, hogy azt viszont hozzá kell, rengeteget tanultam abból a szituációból. Stresszkezelés tekintetében is nagyon sokat tanultam. És, 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 abban is, hogy konkrétan mi az, ami engem kell, hogy érdekeljen, és mi az, ami nem kell, hogy érdekeljen. És nyilvánvalóan ez lecsapódhat úgy, és biztos vagyok benne, hogy emberek fejében úgy fog lecsapódni, hogy ha akkor te nem tudod a kritikát kezelni. Öm, én egyébként személy szerint azon a véleményen vagyok, hogy a jól felépített kritikát olyan emberektől, akikről tudom, hogy validan tudják mondani, tehát például a saját közösségemen belül érkező kritikát, amit nem tudom, hogy egyébként hány alkotónál teljesen természetes, hogy kaphat. És, és általában vicces formában mondja a community de hogy attól függetlenül mondják. Nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sokan annyira jól kezelik, mint én. Mostanra, akkoriban még lehet, hogy nem. E a körülbelül már szerintem igen, de na mindegy, ez nehéz belőle egy pontos emikortól. Um, nem feltétlenül kell viszont, tehát hogy értitek, nem kell feltétlenül egy olyan kritikát elviselnem, ami, vagy elviselni, tök mindegy, foglalkozni vele, ami teljesen egyértelműen nem felkészült. Főleg egyébként, hogyha az elérésük alapvető koncepciója egy bulváros tartalom, és egy ilyen bebételős, bebételős vonal, hogy különböző tartalomgyártókkal ilyen oda-visszába keveredjenek. Tehát, hogy ez a, ez, a szer, ez a rendszere, értitek? Szóval, hogy ez ilyen... Szóval azért ezt érdemes így átértékelni, alaposan átértékelni, hogy most ténylegesen min. Tehát azon egyébként például, ha tehát azon például tökre fel vagyok háborodva, hogy, hogy Orbán Viktor mondjuk arról beszél, hogy, hogy azért egy pár pofon nem árt. Holott egyébként a kutatások nem ezt mondják. Ha a kutatások ezt mondanák, akkor oké. Okay. Nyilvánvalóan csinálhat, hogy mondhatja Béla, mondhatja a cseten, biztos lesz valaki, aki azt mondja, hogy de a kutatások nem számítanak. Ő mondhatja. Egy ország miniszterelnöke véleményem szerint nem. Főleg nem egy olyan országban, ahol egyébként Uh, legjobb tudomásom szerint, és javítsatok ki a tévedek, mert lehet, hogy tévedek, de hogy abszolút uh, zéró tolerancia van a családon belüli erőszak bármilyen formájával kapcsolatban, és ez a gyerekekre is igaz. Tehát, hogy a törvény nem azt mondja, amit ő mond. Ez zavar. De például az, hogy az interneten egy kommentelő mit mond, nem. Szabadna, hogy zavarja, ettől függetlenül sajnos néha zavar. Uh... <coughs> Az a helyzet, hogy nem tudtok semmit az én gyerekkoromról egyébként, úgyhogy cool, havim ez a kérdés, ez egy szuper izgalmas kérdés, úgyhogy nem erre fogok válaszolni, hanem inkább arra, hogy vannak kutatások arról, hogy akik kaptak pofont, azok sokkal gyakrabban fogják pozitívan értékelni a családon belüli erőszakot, vagy a nevelő szándékú pofonokat, mert igazolniuk kell, hogy valaki, akire felnéznek, az ezt tette. Szóval, hogy erről viszont, hogy te azért igazolod, mert te kaptál pofont, arra I van kutatás. Egyébként én kaptam pofont, és ezt tudom, hogy nagyon hülyén fog hangozni, főleg, mert tényleg nem ismeritek pontosan a, a körülményeket, és nem is fogjátok megismerni soha a körülményeket. Elsősorban az mert nem csak engem érintenek, hanem a családtagjaimat is nyilvánvalóan. Visszagondolva azokra a pofonokra, amikre emlékszem, amiket vagy én kaptam, vagy bátyám, nulla darab volt. Olyan, ami nem visszavezethető arra, hogy, uh, hogy valami feszültség volt másokból a családon belül. Tehát, hogy nem viccelek, nulla darab volt visszavezethető, uh, nulla darab volt nem visszavezethető arra, hogy uh, vagy valaki ideges volt a munkahelyi konfliktusai miatt, amit akkoriban ugye nyilván nem tudtunk, de most arra már tudunk, vagy uh, ideges volt más szituáció miatt, vagy vagy egyébként apum és anyum veszekedett egymással, és az csapotott le ránk, tehát konkrétan nulla alkalommal kaptunk úgy pofont, hogy, hogy nem lehetett semmilyen külső módosító tényezőt, hanem csak és kizárólag nevelési szándékú volt a dolog. Tehát, hogy és én egyébként, én nem, én nem, voltam rossz gyerek semmilyen értelemben, tehát ugye én azért ilyen nagyon, én nagyon, 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 nem voltam rossz gyerek semmilyen értelemben. Kicsit gyakrabban törtem össze magam, mint kellett volna. Üm, viszonylag ritka volt nálunk, sőt, nagyon-nagyon ritka volt nálunk az, hogy, hogy bofont kapjunk. Nagyon-nagyon ritka volt nálunk, főleg mondjuk az, hogy a punktól. Uh, arról egyetlen egyre emlékszem, és az konkrétan úgy nézett ki, hogy... Uh, nem feltétlenül válófélben voltak már a szüleim, mert akkor még nem tudom, mert hogy nem tudtuk meg egyébként akkoriban, hogy válófélben vannak-e. De hogy anyum gyakorlatilag egy napon keresztül keltette a feszültséget. mikor is utána a elpattant valami, és a bátyámon csattant. Tehát, hogy most tudom, nyilván ez külső szemlélő számára, ez ilyen teljesen átláthatatlan, teljesen értetetlen, és biztos, hogy nagyon sokan úgy gondoljátok, hogy nyilván én í í élem meg így. Uh, teljesen elképzelhető egyébként. Uh, mikor én kaptam, azt én idéztem elő, nálunk sem divat. nem hiszem el, Havin. Nem hiszem el. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy nem lehetett más megoldás. Ne haragudj, nem. Értem, hogy te mit csinálsz, látom, hogy te mit csinálsz, és tudom, értegen, hogy van kutatás arra, amit te most éppen csinálsz. <laughs> hogy ez egy létező jelenség, és nagyon gyakori is. Tehát, hogy így, <laughs> értem, de hogy, és egyébként az, az sem fog, tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy bármit csinálj, az mindenféleképpen ez. Vagy ott már lehet, hogy abban az egy adott szituációban tényleg ez volt az egyetlen egy lépés, viszont akkor ott az, a szituáció eszkalálódott már egy ideje. Érted? Tehát, hogy akkor, ö... nem, ez még nem jó, ott lehet ezt még bepukolni. Akkor, akkor ott már valószínűleg, mondjuk lehet, hogy évekkel korábban már nem tették meg azt, amit mondjuk meg kellett volna tenni. A sose felejtsük el, hogy a szülők azok felnőtt emberek általában, akiknek kifejlett, ö, kifejlődött már megfelelően az agyuk. A gyerekek és a fiatalok, fiatal felnőtt korig nem. Nem ugyanazon a fejlettségi szinten van az agyuk. Pont erre olvastam. Egyébként tegnap olvastam ezzel kapcsolatban egy cikket. Uh, Lehet, hogy, hogy uh, ez pont ez egy nagyon speciális történet, ami a cikkírója emelt ki. Szóval ez egy nagyon specifikus történet. De hogy. Uh, egy öt éves gyerek ment elől, apuka mögött biciklivel, biciklivel mind a kettő, és az apuka dühös volt az öt éves gyerekre, mert nem tudott fókuszálni, tehát nem tudott rendesen koncentrálni a, a, a közlekedésre, a forgalomra. Nem tudott eléggé figyelni, és ezzel ugye nyilván többször veszélybe sodorta saját magát. Öhm... Külhalim, ez valószínűleg Jogtalan volt, tehát kérdés, hogy miért van nálad, tehát ugye ez, igen, értem, hogy te le tudod vezetni magadban, hogy ez jogos, de hogy ott nem az a megoldás, hogy megütnek. Az egy hirtelen stressz helyzetre való válaszreakció volt. Na mindegy, szóval, hogy együtt bicikliznek, a gyerek megy elől, egyébként én személy szerint azt hittem, hogy az a legjobb mindig, ha a gyerek megy elől, de az van, hogy amúgy a gyerek agya 5 éves korában még nem tart ott hogy tudjon koncentrálni ilyenekre. És egyébként az lett a sztori vége, hogy az apa csak, az apának egyszer csak elkap, elpattant az agya, és megütötte többször a gyereket egyébként. E szóval, hogy nyilván, nyilván, ez a sztori vége, baj van. Oké, most viszont baj van. Elfőtt a reszón, és nincsen kripítereink. És hogy gyakorlatilag ugye ebben a szituációban, ami mi megint egy specifikus szituáció. Oké, okay, tehát külhavim, ha most a te, te gondol, a te dolgodra gondolok, látták a szülők, hogy nincsen semmihez kedved, látták a szülők, hogy nincsenek, nem vagy jó hangulatban, miért volt nálad még mindig az ajándék? De mindegy. Ö az öt éves gyerek még nem, tehát hogy az öt éves gyereket olyanért büntették meg, amire még nem képes. Ha most csak ezt a gondolatot visszük tovább, akkor most teljesen őszintén valaki, aki soha nem tanul pszichológiát, soha nem tanul ilyen alaposan ö, fejlődést fejlődéstan, nem fejlődéstan, tehát hogy soha nem tanulja ilyen pontosan azt, hogy mi mikor történik. Nekünk nagyon szerencsénk van, mert azt mondjuk, hogy Pajtás tanulta. Ö, nem tanulja, hogy mi mikor történik. Honnan tudja egy szülő megítélni, hogy pontosan az, amit ő most éppen elvár, az egyébként valójában elvárható-e a gyerektől? És hogy nem-e az a megoldás, hogy nem a gyerek megy elől? Vagy az, hogy öt évesen nem viszem ki az útra biciklivel? Tehát, hogy értitek, tehát, hogy, hogy alapvetően honnan, honnan kéne, de most komolyan, tehát, hogy most ha mint a szülőkre gondolunk, egyáltalán honnan lenne elvárható, hogy tudja. Ha nem foglalkozott ezzel. Soha. Mert nem foglalkozott, honnan foglalkozott volna? Honnan a retekből tudná, hogy mi az, ami elvárható? Honnan a retekből tudná, hogy mondjuk 17 évesen az agya még mindig nem fejlődött ki teljesen az embereknek? És hogy igenis bizonyos szituációkban nem fognak tudni úgy dönteni. Ez nem azt mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ettől el kell, nem kellene mondani neki, hogy az rossz. El kell mondani, mert hogy hogy valahogy ezt, segíteni kell ezt a folyamatot. De hogy, ha innen nézzük, akkor mondjuk 17 évesen lekeverek neki egy pofont azért, mert nem tud valamit, amire az agya nem képes. Azzal most tanítottam, vagy nem tanítottam? Szóval, hogy szerintem, na mindegy, nem, nem akartam ebbe a témába, de tudtam, hogy elfogok egyébként. Mert tegnap, amikor a cikket olvastam, cikkeket, cikkeket sajnos. Öö, tegnap, amikor a cikkeket olvastam, tudtam, hogy el fogok mélyedni ebben a témában. Erre szükségem van, erre szükségem van, erre szükségem van. Ööö... Én, nekem van a környezetemben olyan család, nem egy, akik nem ütik a gyereküket egyébként. És uh, a legjobban nevel gyerekek például, akiket ismerek. Nyilván ez nem releváns ettől független általánosságban, de hogy személy szerint nekem van nem egy olyan ismerősöm, akik nem ütik a gyereküket. <laughs> és így, és teljesen jó, viszont rengeteg melót a nevelésükbe. Tehát, hogy rengeteget foglalkoznak velük, ami nyilván egy szerencsés körülmény. Viszont jetegen again, az, hogy mondjuk a szülő nem ér rá, az megint csak a gyerek hibája-e. Tehát az, hogy a szülő nem ér rá abra, hogy a megfelelő nevelési módszereket alkalmazza, megfelelően folyamatosan. Nem a gyerek hibája. Üsse azt, aki hibája. Aki miatt nem kap elég fizetést, hogy ezt megtegye. Ez ugye alapvetően nem olyan nehéz ezeket az érveléseket ripityára törni. És egyébként hozzá kell tenni, hogy nagyon sok szülő, ebben is teljesen igazatok van, a liberális eszméket úgy értelmezi, hogy akkor nem kell foglalkozni a nevelésükkel. Mert hogy az a liberális eszme? Nem! Nem! A liberális eszme mindenkinek nyilván valamit jelent, én most a pontos definíciót nem fogom tudni nektek sajnos felmondani, de hogy nem azt jelenti, hogy nem foglalkozom azzal, és ez tényleg egy hiba. De ez nem általánosan a liberális eszmék hibája. Tehát, hogy ez így... De ez nem a gyerek hibája egyébként a továbbiakban sem. Tehát, hogy érdekes módon a legtöbb szituációban ez így jobban átgondolva, nem? Tehát, amikor így valaki azt mondja, hogy én azt teljesen megérdemeltem, akkor így vissza lehet egy kicsit tekerni. Értitek? Tehát, hogy így vissza, vissza lehet egy kicsit tekerni, és rá lehet jönni, hogy lehet, hogy ott abban a szituációban te voltál az, aki olyat tett, amit nem kellett volna tenni. Nagyon izgalmas szituáció egyébként, például én nekem rendszeresen voltak visszabeszélési problémáim szüleimmel is, és a tanárokkal is. A, a továbbiakban is amúgy, mert hogy nem bírom a bullshit De hogy valószínűleg ez a nevelésemből adódik egyébként, mert anyum sem bírta a bullshit én nem bírom a bullshit -et. Ha egy tanár teljesen igazságtalan, de úgy, hogy egy másik tanár nem tudja megvédeni, most feltételezzük ezt a szituációt, hogy én nálam előfordult, és visszabeszélek neki, akkor én beszéltem, tehát hogy akkor megüthete például, vagy nem. Nem a tanár feltétlenül, de hogy akkor meg kéne engem verni, vagy nem. Hogy megtanuljam azt, hogy mert azzal meg csak ugye hierarchiát tanulsz. Tehát megtanulod azt, hogy a tanárnak mindig igaza van. Még akkor is egyébként végtelen hülyességet beszél. Ugyanez igaz a szüleimre. És ugyanez igaz hogy itt rám is nyilván, tehát én is nyilván beszélek hülyességeket, értitek? És nyilván, ha mondjuk emlékeztet arra, hogy ez hülyeség, majd a gyerekem jövőben, akkor, akkor az ott az én hibám, -e, vagy az övé? És az biztos, hogy a világba könnyebb úgy beépülni a jelenlegi világunkba, hogy az a feltételezés, igen, egy creeper mögöttem, Viki, könnyebb beépülni úgy, hogy az a feltételezés, hogy, 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 hogy igenis el kell fogadni. A főnököd, az mondhat hülyeséget. És közben meg pontosan tudjuk, hogy nem. Tehát, hogy by definition minden jogod megvan a főnöködnek, elmondani, hogy ez hülyeség. És ezért még csak ki sem rúghat. Ki rúghat másért, és ki is fog rúgni másért, tehát, hogy itt azért a realitást vissza kell csekkolni a, a, az egyenletbe, hogy ennek viszont az lesz a következménye, hogy a főnököd mondjuk kirúg, de hogy lehet az is a főnököd, vagy lehet az is a következménye, hogy találsz egy olyan főnököt, aki nem zavar. És nyilvánvalóan nekem például nagyon sokat kellett rendezvényszervezőként visszabeszélnem a főnökeimnek mert hogy egyszerűen hülyesség volt, amit mondtak abban a formában. Nyilvánvalóan ennek van egy stílusa, és ezt a stílus meg kell tanulni. És le kell ülni a gyerekkel, és meg kell tanulni. De most legyünk őszinték. Abból meg fogja tanulni, ha kap egy pofont például ezért? Nem. De hogy az például teljesen nonsens lenne egyébként, ha a főnököd megverne. Tehát ugye az, azt gondolom mindenki számára teljesen nonsens. Tehát ez az, az nem elfogadott, hogyha két egyenlő, két egyenlő fél nem ütheti meg magát, én nem tudom pontosan miért lenne az elfogadott, hogyha az egyik fél nem egyenlő, akkor azt meg lehessen ütni. Akire pontosan ugyanazokat a módszereket lehet alkalmazni. Nem pontosan ugyanazokat, de pontosan ugyanúgy lehet módszereket alkalmazni. és én verem meg a főnökömet, gondolom azért is börtönbe mész. Tehát pontosan ugyanezt történik, csak más emberrel fog történni. Baj van, srácok, nincs elég resztónunk. Az azzal, azzal nem kalkuláltam, hogy ma még resztont is farmoljak, mert így is késésben vagyok. Az sem elég. Mi kell a repeaterhöz? Két redstone fák és egy redstone. Restont lehet-e venni falusiaktól? Hmm. Lehet, csak nem tudom, hogy nekem van -e olyanom. Azt le tudnám szedni, de hogy ez nem fogja megoldani. Volt a Reston, egy Reston or. Remélem nem a Reston or miatt lőttél el tízezer pontot. Az nem lesz elég. <laughs> a, az, az, nem lesz. oh, hello! Ez viszont elég lesz. Oké, okay, hát fogalmazom, Lehet elég. Főnököm nem verhet meg erről nekem, miért nem szóltak eddig? Az van, hogy ez egyszerűen nyilván nagyon vicces, és nagyon-nagyon szomorú. Mert nyilván tudom, hogy te nem gondolod úgy, hogy a főnököd megverhet, de hogy ha nem tanítja meg senki a gyerekeknek, hogy egyébként a felé beosztottaknak, vagy hát fölé beosztottaknak nincs mindig igazuk azért, mert fölé van beosztva, akkor nem fogja megtanulni senki. <laughs> vagy nem, nem fogja megtanulni soha. És abból lesznek az ilyen elfusereltem életek. Jó, ezt sem vagyok benne biztos, hogy elég. Oké, okay, de hát ha reszetem. Ó, dér, mondja ezt az ember egy narcisztikus egoista ceo Nincs ezzel semmi baj, de hogy nem látom bizonyítottnak, hogy neked mindenképpen ott kell lenned egy narcisztikus egoista CEO mellett. Ha mit tudom én vidéken, mondjuk csak az az egy munkahely van, akkor is látjuk, gondolom mindannyian, hogy ott nem, nem, attól mert az az egy munkahely, ott nem igazolja ezt a dolgot hanem hogy felhívja a problémára a figyelmet. De hogy nem lesz igazolva az, amit ő csinál. Elég lesz a reston? Ö, kérdés. Úúúú. Srácok, csinál valaki egy szavazást, hogy elég lesz a reston? Hogy az már egészen lehet, ha még azt is benyúljuk, ami itt van. Viszont elő vagy utóbb el kell mennünk, elő vagy utóbb el kell mennünk. Ö, bányászni. Nem a mai streamben, de előbb vagy utóbb el kell mennünk bányászni. Ja, Istenem, mi a retek még a repeater? Ja, most meg leraktam a fákjákat. Így már szerintem elég lesz a reston egyébként. Reston fákja, meg, meg ilyesmik. Mondjuk ezzel most befolyásolom éppen a szavazást. Szóval nyugodtan szavazzatok, ahogy szeretnétek, de így már szerintem befolyásolom. Oké, okay, ebből kell... Mennyit tudok csinálni? 21. Miért csak annyit tudok csinálni? Mert annyi... Reston fáklyám van. Oké, okay, 21 biztos, hogy kell, de mielőtt ebbe belemennénk, mindenféleképpen kell egy komparátor. Mi kell a komparátorhoz? Még Stone. Hogy működik a komparátor? Hogy, hogy lesz komparátor valamiből? Három. Három redstone fákja, nem? Három redstone fákja szerintem. Igen. Oké, okay, kell egy komperátor, az biztos. És abból kell még... Amit most azért nem tudok megtenni, mert nincs redstone fákja. 26. 26 már szerintem elégnek kéne, hogy legyen. Választási csendet? Mi ez a választás? Jaj, jaj, a választás! Ne haragudjatok, nem akartam a szavazásba. A kampánycsendnek hívják amúgy, de hogy nem tudom, hogy egy ilyen szavazás esetén is kampánycsendnek. Értitek? Tehát, hogy hívhatjuk-e kampánycsendnek az ilyet? Van-e még extra resztónunk? Van még extra resztónunk. Szerintem ebből össze tudjuk, meg tudjuk csinálni. Hello, azt sem tudom, hogy mire kell a resztón, mennyi kell, mennyi van, de biztos, hogy nem elég. Igen, a ez így van. A resztón ez így működik, igen. Nem azt számít, hogy ki az. Azunk a kell csak ha már így fullbatalom a liberális uh, uh, turbó akkor, uh, akkor azért csendesen elmesélném, hogy uh, elkezdtem olvasni Obama, elkezdtem hallgatni Obama önéletrajzi könyvét Ódibalon, ami amit ő olvas fel, és imádom. Egy kicsit a politikával kapcsolatos megnyilvánulásait egy kicsit uh, fehérítetnek érzem. Nem bőrszín fehérítetnek, hanem hogy egy kicsit Kicsit az az érzésem, mintha jobban mutatná be saját magát. És kicsit hárítan bizonyos olyan politikai döntések felelősségét, amivel mintha nem értene egyet. De hogy. Már rájtad a Harry Potter, végeztem velük. Végeztem, végeztem velük egyébként. Ö, propaganda szagú egy picit. Nem. Nem. Nem, mert. Nem. Ö, nem hív, Tehát, hogy. Nagyon konkrét szituáció, az első választás, amin indult, ott ö, aláírásokat kellett gyűjteni, és ö, rájöttek, hogy mindegy, van egy ilyen sztori, hogy az, aki végül indult ellene, az megígérte, hogy nem fog, mert hogy ő, neki ez a ez, ő ezt a munkát már nem szeretné végezni, aztán robban felépítette rá a kampányt, aztán mégis elindult a, a másik oldal. Ö, nagyjából így lehetne ezt, nagyon gyorsan összefoglalni ezt a dolgot. És... Ö, észrevette a stábja, hogy valótlanok az aláírásaik, tehát hogy szabálytalanok az aláírásaik. Nem, a, nem az adott területről vannak, ugyanaz a kézírás, több névnél szerepel, nem jók az igazolás, tehát hogy nem, nem okések az aláírásai a másik indulónak. És akkor erre írta ugye Obama, hogy hát, hogy ő erre így azt mondta, hogy nem, ezt, 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 ezt nem támadjuk meg, hanem, hanem akkor hanem ő szeretne nyerni inkább így normális körülmények között, tudjátok így legyőzni a másikat. És. És teljesen őszinte leszek, el tudom képzelni, hogy ez így történt valóban. Ja, igen, és aztán az a sztori vége egyébként, hogy őnek ez volt ugye az álláspontja, és a stábja, az így mondta, hogy hát sose fogsz így a politikában érvényesülni, ezeket meg kell ragadni, és végül a stábja így rábeszélte, hogy, hogy hívják fel a figyelmet arra, hogy ezek, a, ezek az aláírások ö, nem érvényesek. És akkor ez ugye nyilván ilyen kérdés, hogy, ö, hogy alapvetően kötelező is felhívni a figyelmet, vagy nem is? Szóval az egész ilyen, értitek, ilyen nyilván felhívja a figyelmet, hát fel kell hívni, meg egyébként nyer is ettől, de mindegy. Szóval ez ahogy így írta, hogy, hogy ő ezt így nem akarta, meg ő ezzel nem akart, nem akart foglalkozni, és aztán a stábja... Ö... Ö... a stábja rábeszélte, hogy mégis megcsinálják, és aztán a vége valahogy az lett, hogy az összes másik oldali, nem, az összes Saját politikai pártjához tartozó, vagy politikai nem ő független volt. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy végül egy halomindulót kiütöttek ezzel a módszerrel. Tehát, hogy érzek, onnan indult, hogy ezt nem akarja alkalmazni, és végül kiütöttek egy halom embert ezzel a módszerrel. És értek, ez ilyen. Uh... Uh, hát értem. <laughs> értem is, de közben nem is. Tudom, hogy gyerekben, ez a ez nagyon is pénztárosként dolgozom egy vásárló egy darabos leveles zellert lemért kilósnak. Ezzel semmi probléma, mert meg tudtam oldani kasszáskód segítségével. Ezt közeltem is a vásárlóssal, eh, vásárlóval erről felháborodva. Az volt kiírva hozzá, két diplomám van, csak ki tudom igazodni ebben a világban. Ja Istenem, nem, ez annyira... Annyira sajnálom, hogy ilyen emberek léteznek, mert ezek az emberek azok, akik alássák a... Alássák a tájékozódás fontosságát. Mert az a helyzet, hogy igenis el lehet. O, o, tehát, hogy simán lehet, hogy csak nem releváns a diplomád, és az is lehet, hogy csak benézted, és tökre nem számít az, hogy hány diplomád van. Ez tényleg tökre nem számít, egyszerűen csak benézted. simán előfordul. Hólig vakomoli, én egyébként képzeljétek el, hogy hónapokig úgy vásároltam a Tesco-ban, amikor még jártam vásárolni banánt, hogy mindegyiket, a. Úristen, melyik az a. melyik az a zöldség, meg gyümölcs termesztési. Bio. Mindig, mindig a biobanánt fizettem, mert nem tudtam, hogy amit leveszek, az bio -e vagy nem, és a bio -e volt a drágább, úgyhogy logikusnak tűnik, hogy akkor lopok, akkor nem lopok. Ha, ha a drágábbikat fizetem, akkor értitek, biztos, hogy nem lopok, akkor se a biobanán van a kezemben, akkor se fizetem normális banánként. Hónapokig hónapokig biobanánként vettem a normális banánt, amíg egyszer csak oda nem lépett mellém egy nő, aki, aki ott dolgozott, tök más miatt egyébként, az alkohol miatt kizárt a rendszer, vagy valami ilyesmi miatt oda lépett. Akkor nem lopsz, akkor csak hülye vagy. Az a helyzet, hogy igaza van konornak amúgy. Ebben. Oda lépett, és így miért a biobanánt választottam? Mondom, hogy mert nem tudom, hogy biobanáne. Rám néz, és így. Műanyagtokban van? Nem akkor nem bio. <laughs> és az a helyzet, hogy egyetlen egy alkalommal sem láttam műanyag ilyen, tá ilyen tasakban árusított banánt a polcon. Tehát én, én azt is el tudom képzelni, én őszintén azt is el tudom képzelni, hogy nem is árultak biobanánt. De, egy nem tudom, hogy ide ezt kell. A tutorial videóban itt egy dropper volt, vagy dispenser, de nekem az nagyon-nagyon furának tűnik, hogy az van. Úgyhogy most megpróbáljuk ezzel, és aztán max kicseréljük. Úgyhogy covered. most már azóta nem vásárolok a Tesco-ban, nyilván tök, más miatt, de hogy, de hogy azóta tudom, hogy melyik a biobanán. És nyilván, értitek, tehát, hogy Oké, okay, nekem nincs diplomám, nem, egy sincs, nem, hogy kettő, de hogy én azért nem érzem magamat így rossz képességűnek. Alapvetően, tehát hogy így vannak keresztjeim nyilván, vannak dolgok, amiket nem tudok jól lereagálni, meg vannak nehézségeim dolgokkal. Tehát, hogy nem szeretek feltétlenül mondjuk megszólítani idegeneket, de mondjuk abban meg már tök jó vagyok mostanra. De nem ez a lényeg, hanem őszintén szólva így az, hogy nem érzem rossz képességűnek magamat, de mégis bele lehet ebbe szaladni. Szia Zsolti, holnap fáj bizony, de én ma már valószínűleg nem fogok játszani, de, de így van, eljutott a hír. Lilla Póni, nagyon, nagyon szépen köszönöm a Prime-ot, nagyon, nagyon hogy másodszor is úgy döntöttél, hogy itt költöd el a Prime-odat. Szia, régóta követlek, a csendes csak néző fajta vagyok, és én is hangos könyveket szeretnék hallgatni munkában. Megkérdeztem, hogy te melyik appot használod, a választ előre, és köszönöm meg Audible. Audible, Ö, nem magyar, tehát, hogy, hogy én angolul hallgatok audiobookokat elsősorban Ö, és én az Audible-t használom, a gazdasági modelljük fura, ó én elégetem, mint 100 milliód van, hogy égeted el holnapig, mi nem alszol? Vagy így bemész egy full hátizsák kézigránáttal? Nem! Zsolti nem alszik, srácok. És streameled, Zsolti? Azért kérdezem, mert akkor majd rédelhetlek téged, ha egyszer a végére érünk a projekt, mert mint hogy... Uh, streameled is? Streameled, akkor majd átirányítom az embereket jól, ha a végére... Végére érek a mai kalannak. Az Odiből megvesz egy rakás tartalomgyártót, hogy reklámozza, Viktor ingyen reklámozza. Igen, mert nekem nem akarnak fizetni. Istenem, az Audible nek még fizetni se kéne, csak adnia kéne egy, egy accountot, ami unlimited hozzáférés van. Minden könyvhöz. Szeretném, hogy szponzoráljon az Audible. Kérted, hogy fizessenek? Nem, az ilyen együttműködéseket ekkora cégekkel nem te kéred? Na ezzel például problémám van. Már ha, be, ha, már így beszélünk róla, ezzel például problémám van, hogy nem, nem tudok érdekérvényesíteni. Kiraknék egy böszmelagy bannert. Miért van furcsa gazdasági modelljük? Mert a havi előfizetés az nem végtelen hozzá ö, hozzáférés, mint ahogy ugye megszoktuk a filmeknél, ilyeneknél, hanem az havonta egy kreditet jelent és egy vehetsz egy könyvet. Gazdaságilag, tehát ha havonta egy könyvet jelent a, 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 az, az előfizetés, gazdaságilag így is megéri, mert a könyvek drágábbak, tehát az előfizetés 5-6 font, a könyvek meg 10-18, 20, 30, 60 fontokig mennek. Ö... Tehát, hogy nem. Értitek? Nem azt mondom, hogy nem éri meg az előfizetés, csak furcsa az előfizetés. Én egyébként általában kreditekből. A Lillapónit jól felolvastam Lillapóninak egyébként ez a Na mindegy. Uh, én, uh, én kreditekből vásárolok. Illetve egyébként azért azt hozzá kell tenni, hogyha előfizető vagy. Sőt, azt hiszem van egy olyan előfizetés, aki meg nekem nem dobta föl, mert egy kretén az a felület. Uh, ami ami több kreditet ad. De hogy amikor nagyon kevés kredited van, akkor... Uh, akkor eszébe uh, szokott jutni a, a felületnek, hogy fel, felajánlja, hogy nagyon kevés pénzért vehetsz több kreditet. És őszintén szólva, ilyenkor szoktam venni több kreditet. Tehát a Harry Potterek abból vannak. Hogy így tudjátok, így felugrik a felület, hogy mit tudom én, 18 fontért most kaphatsz még három kreditet. Ó, hát pont annyi a Harry Potter. <laughs> ja. Dear Audible, I'm a big fan of yours. Please, give me all your audiobooks, and I give you my soul. Thanks. Kiss-kiss, Viktor. Gemini, uh, nem keresel állást így ilyen manager pozícióban? <laughs> teljesen, teljesen véletlenül? Mert mit... Nem azt mondom, hogy örökké, de hogy érted? <laughs> Elintézel nekem egy Audible díjat? <laughs> Számít vajon, hogy középre rakom-e azt, vagy a sz -vegye szélére? Viktor nem olyan kis-kis csávónak tűnik. Mert nem vagy Odi-bal. Uh... Nem vagyok én meleg, de hát 5 dollár, az 5 dollár. Um... Ha ha egy Slick Armor 12 milla, nem lesz ez olyan nehéz, ahogy elnézem. Egyébként nem, Zsolti, nem lesz olyan. Én is ezen gondolkoztam, hogy valószínűleg nem kell azért egész éjszaka fent lenned, hogy eléges de 100 milliódat a jelenlegi árakkal. Kivétel közben te is eladsz dolgokat. Szerinted mikor ér el oda kis hazánk tartalomgyártó tábor, hogy személyes menedzser alapdolog lesz? A személyes menedzser? Fú, az necces. A, a, személyes menedzser az necces. Az azt jelenti, hogy el kell tartani egy extra embert, és ráadásul a menedzsereket, menedzserek nem keresnek rosszul. Uh, lehet, hogy az inkompetenciámra mutat rá giga, de szerintem az konkrétan, hogy a személyes menedzser a labdalog legyen, az soha. Szerintem jelenleg a legnagyobbak közül is. Szerintem a személyes menedzser nagyon-nagyon ritka. Főleg, ha mondjuk úgy veszük a személyes menedzsert, hogy csak téged menedzsel. Az, hogy mondjuk többeket menedzsel egy ember, az most jelenleg ugye a különböző menedzsment cégek miatt nem működik, mert most már van ilyen Twitch-re is ilyen deal szervező cég, akik egyébként nagyon ügyesek is, hála az égnek és kedvelnek is. Oké, okay. jó, a nagyon ügyes, szóval nem mindig nagyon ügyesek. Túlnyomó többségében nagyon ügyesek. Amikor nem nagyon ügyesek, akkor meg nagyon sok, akkor nagyon... Akkor nagyon goromba vagyok. Öm, de túlnyomó többségében nagyon-nagyon ügyesek. És hála az égnek, nagyon jóban vagyunk. Úgyhogy, idén szerintem a legtöbb együttműködésemet azt nekik... Öm, kapcsolatban vagyok még ilyen céggel? Igen, a legtöbb együttműködésemet azt nekik köszöntem. Hát Konor, azért én meséltem olyan sztorikat, ahonnan valószínűleg lejön az, hogy... Hogy kapcsolatban vagyok még ilyen céggel. Tehát itt most az ilyenekre gondolunk például, mint a Phoenix Rising, vagy a ubisoft os együttműködés. Ö, ebben a farmban mitől creeper orientált? Nem tud más ide spanolni. Nem tudom, hogy ez a válasz a kérdésedre. Azért creeper orientált, mert csak creeperek tudnak ide spanolni. A Samsungos együttműködés egy ilyen együttműködés volt, igen a magasság miatt egyébként. Ebben a magasságban nem tud más bespanolni, és nincs annyi hely, hogy pókok be tudjanak spanolni. erre a magasságra nem spanol be más. Tehát konkrétan ezen az ezeken a területeken csak és kizárólag creeperek tudnak spanolni. Idén a Samsungos díja volt, biztos, hogy ilyen, a, amit ilyen, ö, ilyen Ö, szervező cégen keresztül sze, ö, csináltuk. A, a játék, aminek nem itt eszembe a neve, de az is Samsungos volt egyébként, és ti írhattátok, meg ti segíthettek nekem. Ö, ó kész a víz. ó oké, kész lenne a víz. A puzzle az nem, az ott közvetlenül a forgalmazója a puzzle keresett meg, úgyhogy ez pont... A uh, az pont nem volt ilyen. A... Uh, a Phoenix Rising, azt mondtam, Ubisoft mondtam, a sony most mondom, de eddig nem mondtam. Uh, hát az majd, a legtöbb stream, ahova azt írom, hogy szponzorált, az, az, majdnem mind. Nem mind, nem majdnem mind. Well. Az baj. Miért folyik le a víz? Szerintem valahova nem raktam valamit. Sony nem akartak egy objektívet adni? Hát az egyik egyik PlayStation 4es játékok promóciója volt, úgyhogy. Uh, no, not, not really no. Ó, innen levitte a robbanás az üveget, amikor a creeper felrobbant. Azért folyik itt a víz. Um, és van egy... Szóval az van, hogy elkövettem egy nagyon súlyos hibát. Yep. Uh, elkövettem egy nagyon súlyos hibát. Uh, ezt nem kellett volna megépíteni azelőtt. Ezt nem kellett volna megépíteni azelőtt, hogy nem építem meg azt, hogy megölje a dolgokat. Um. Igen, szóval uh, itt, uh, itt problémák vannak a sorrendel, azt kell, hogy mondjam. Ó, és valószínűleg viszonylag szignifikáns problémák vannak a sorrendel. Vel, well, a... Uh, de működik, csak meg kell oldani valahogy, hogy jobb legyen a minden is, és ne legyenek itt a creeperek. Soha nem volt még ilyen. Jó, volt, volt már a precedens. Uh oh oh Oké, okay, ezt most itt elegánsan megállítjuk. És ezt le kell itt half Ez most jó, hogy ki van világítva, de ezt le kell itt majd házszöbeznünk. Most kivilágítom itt még jobban, de ezt itt végig, -végig kell half raknunk kell, ne felejtsem. Jelentem, alásan bajok vannak. Megoldjuk, megoldjuk, srácok, nem feltétlenül így terveztem. Sikerült megvennem a Minecraftot nagy nehezen, és még Vacsit is tudtam rendelni. Well, uh, oké, okay. nem tudom, hogy ma még hozzáadnak-e a whitelisthez. Nem szabad elhátrálnom. Oda megyek, csapkodok, nem szabad elhátrálni. Nem erős ez a kard egyébként? Oh, hülye -oh -oh, ötlet! Fú, azt hisz, gondoltam, hogy akkor majd XP-t is farmolok vele. És kiveszem a kezemből a Totem of No. Tomival beszéltem majd januárban, mert ugye prime vagyok. És ez miért számít? Mert mint ez. De hát biztos vagyok benne, hogy Daninak van egy streakje, mert hogy kírja a Twitch a badge-ét. Úgyhogy nem robban fel, nem látnak. De miért van badge -e, ha egyes a streakje? Hogy működik a badge? Tomi dob föl, légy szíves! Fel tudod, fel tudod még dobni Danit a, a whitelistre? Mármint, mint hogy érted? Ismerem, tudom, hogy mióta van itt. Tehát, hogy... Szerintem ezt engedjük el. Tehát, hogy nyol... Mert itt van már mióta, az hogy most szegénynek éppen most reszetelődött a... Ért, értitek? Tehát hogy... Tudom, hogy ez kivételezés, de üdvözöllek a valóságban mindenki. földet a lyukból, de ki kell azt is? Kék tűz bizony, ez ilyen fancy creeper mészárlás lesz. Igen, ha, 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 már nem akarsz elfoglalkozni, foglalkozni, mi akkor teljesen oké. Okay. Hát akkor, akkor nyugodtan hagyd ki, de hogyha... Húzzunk innen, de nagyon gyorsan. legalább füstöl. Így van, ezek ilyen füstölt krip. Jó, azért ez elég jól néz ki, nem menjünk kapcsoljuk be. Attól félek, ha felkerülnék a szerveres, és fejre készülne a nappali kifestése. Ráér az januárban. Nézd, a lehetőség akkor is adott lesz. Nekem bántja csak az OCD, mert hogy kettő tűz el van forgatva 90 fokkal? Kettő tűz el van forgatva? Van a tüzeknek? Van az, hogy mer? Van, van különböző állása a tüzeknek? Egyébként Zoli, uh... Nekem nem zavarja az OCD-met. Uh, nekem nekem például nem zavarja. Tehát, hogy ebben az esetben, ha a kérdésedre visszatérnénk, akkor, uh, akkor azt, azt mondanám, hogy nekem speciál nem zavarja az OCD-met. Uh, az, hogy a tiéd ez zavarja, azt nagyon-nagyon sajnálom. Nagyon-nagyon sajnálom, és. Uh, és tényleg. De hogy én oda nem megyek be, az teljesen biztos. Tehát, hogy az, az ha mert teljesen biztos, hogy én oda nem megyek be, ezért. Jó van az úgy. Ja, 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 ja jó van, jó van az úgy. Nekem ez működni látszik. I have you covered. <laughs> Köszi szépen, Dani. Uh, még ma le beszem, különben elfelejtjük. Uh, és szerintem még ma csinálunk egy uh, ideiglenes afkolásos cuccot is. Amit majd kiépítünk jobban. Ködik egyébként. Lemossa, nem most. Please. No. Mindegy úgy se tud be spanolni. Oh, I see. Reston is I don't really care. Pont fölötte van a izé um, mm -hmm. Tételezzük fel és akkor ezt itt le hogy ez euh, biztos okések legyünk. Tomi írt. Ó, Tomi. Gyors kérdés. Egyébként a prime egyes streak esetén is felmetnek majd? Nem. Nem, amúgy nem. A, a teljesen jó a kettes streak. Tehát az alap, alapszabálynak teljesen jó eztom, és nagyon jól csináltad, csak uh, rendkívül rossz vezetőként átnyúltam feletted, és uh, megváltoztattam a rendszert. Mindenféle személyes kapcsolatok alapján, ami nyilvánvalóan nem cool, és nem kéne csinálnom. Ennek ellenére fogom. Nem erről van szó, de hogy alapvetően nem cool. Jól van Zeus, jó fadíszítést! A streak az a feliratkozás havi ismétlődése? Igen, a normális sub az automatikusan mehet egyébként azonnal majd tavasztól. Öö, most már nem... Tehát most már most már elég legyen. Um, Öm... tehát neked részemről arany? Én nekem arany... én aranynak látom. Én nem tudom, hogy a Twitch mérje az olyan streak. Értitek? Nem tudom, hogy azok a, a azok mikor. Vagy azok azt számít. Ó, lehet, hogy a badge nem azt jelzik, hanem azt, hogy mennyi van összesen. Hogy lehet elveszteni a badge-et? nem januártól? De, januártól. Januártól. Arról volt-e már szó, hogy mit az a jövő? Nem, viszont eljutottunk ehhez el a ponthoz. Amúgy, csak csendesen mondom, mert ja nem, még csinálunk egy dolgot. Badge az össz, az össz, és hogy lehet elveszteni a badget? Egy, kettő, három, négy. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hát ez már nem kellett, de végül is mindegy. Mi ez a subchat? Ja, felháborító. Ebben az esetben itt fogunk afkolni. Szerintetek ez jó helyen van afkolni? Mert mint ezt úgy értem, hogy, hogy elég, elég magasan vagyunk ahhoz, hogy afkoljunk, nem? És közben meg elég közel vagyunk, hogy mégiscsak működjön. I have you covered. Nincs középen. Igen, mert az ott elfogyott, de ez csak egy ideiglenes afkoló hely, jó? Tassika, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabad gigének. Nagyon-nagyon király, vagy 74 szab. Nagyon-nagyon durva vagy. Nagyon, nagyon szépen köszönöm. Most már... játsz! Feltettelek! <laughs> Most már odacsapok! <laughs> az van, hogy lehet, hogy nekem is kéne hozzáférés, hogy fel tudják tenni rá. Mert tértetek mégisek az én szerverem. De mindegy! Um... Itt ez még az mert a community szervere, de értetek. Jó, ezek itt becsülettel haldokolnak. És... elméletileg... Ennek az egész hatacárénak le is kéne jönnie ide. Vel, nyilván nem a talajszintre. Aj, Istenem, Viktor, miért teszed saját magaddal? Zoli, nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál és szabad Rina Csennek. Nagyon-nagyon király vagy. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ja, vágom, hogy holnap vájp a Tarkovban. Vágom. Te is nonsense. De vágom. Nice. Van ez, meg az, ami nem kéne, hogy itt legyen, de közben itt van a puskapor is. Viki nincs rajta. Egyébként Viki moderátorként amúgy automatikusan felléphet, azt ugye tudjuk. Mert mint nyilván hozzá kell adni. <laughs> csak, csak, csak mondom, <laughs> hogy ugye a moderátorok ők felfelmehetnek. Nem hiányzik amúgy a hosszú Igen. Igen, a moderátorok ők felmehetnek. Na, a srácok, végeztünk. Sikerült megépíteni, amit akarunk, akartunk. Mennyi pvp van a szerveren? Szinte sem ennyi. Engem megkergettek, de ez csak egy vicc volt. Nem, nem pvp alapú. No, 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 a doksi bezárult. Mindjárt jönnek a vanabi moderátorok. És idén hol marad a halál a végéről? Hát nagyon úgy néz ki, hogy idén nem halunk meg. A nézzétek, hát ez mennyire jól működik. Jó, valószínűleg itt annyira így nem. O, de hát halnak ezek becsülettel. Az megvan amúgy, hogy sose építettem még dedikáltan creeper farmot? Tehát, hogy soha nem építettem dedikáltan creeper farmot. Egyszer már elkezdtem, csak belehaltam, igen. De hogy dedikáltan creeper farm, ez az első, ami, ami elkészült. Most nagyon közel vagyok, ezért nem működik. Az olyan szomorú, pedig vártam már az új, új hardcore-ra, na szép. Na, viszont srácok, szerintem elérkeztünk itt a... Azért. Szóval, elérkeztünk a mai Minecraft stream szekciónk végéhez. Most egy. most mosdóba, és utána egy ö, rövidebb beszélgető szekció jön az kapcsolatban, hogy mi lesz jövő évben, meg hogy lesz jövő évben, nyilván, amit látok jelenleg. Uh, ez nem lesz nagyon-nagyon hosszú. Tehát ez nem lesz nagyon-nagyon hosszú, mert uh, egy órával vagyunk a mögött, ami mögött szerettem volna lenni. Ami nem feltétlenül baj. Uh, de, hogy ja. Jajaja. Úgyhogy ja, ja. egy pár perc szünet, elszak mosdóba, és ezt nem folytatjuk.